9. A reggeli A gróf, mint említettük, nagyon mértékletes volt az étkezésben. Albert észrevette ezt, és attól tartott, hogy a párizsi élet kétség kívül leganyagibb, de egyszerűs, mint legszükségesebb oldala nem fogja kielégíteni. Kedves gróf úr, tartok tőle, hogy a Helder utcai konyha nem lesz színjére. Meg kellett volna előbb kérdeznem, hogy kedvenc ételeit készíthettem volna el, Hát, ha jobban ismerne, legkevésbé sem aggódnék miattam, ki túlestem már mindenféle ételen, stáplálkoztam nápoi makaronival, milánói polentával, valenciai Ola portidával, konstantin nápoi piláffal, indiai karikkal és kínai fecskefészekkel. Fölösleges minden aggodalom, ilyen magamfajta világpolgár nem riad vissza semmiféle konyhától. Bármit és bárhol jó ízűen eszem, csak hogy keveset. Ma meg éppen étvágyamnál vagyok, mert tegnap reggel óta egy falatot sem ettem. Tegnap reggel óta, kiáltották valamennyien. 24 óra óta semmit sem evett. Egy falatot sem. Kénytelen voltam kerülött tenni, hogy Nim környékén egyről másról fölvilágosításokat szerezzek, szóval késtem egy kis és nem akartam útközben sehol sem megállapodni. Tehát lehetett volna a kocsiban is, ne, inkább aludtam, mint rendesen, amikor unatkozom, és képtelen vagyok bármivel elszórakozni. Vagy amikor éhes vagyok, anélkül, hogy kedven volna falatozni. Ma hmm, akkor alszik, amikor akar. Körülbelül. Talán valami szert használ? Mégpedig csalhatatlant. Helybe jó volna ez nekünk is oda Afrikában, ahol nem mindig akad ennivaló, s innivaló még ritkábban, jegyezte meg Morel. Hanem ez a szer mely nálam egy kivételes életmód mellett pompásan beválik, nagyon veszedelmes volna a seregben, mit nem lehetne akkor talpra állítani, amikor épp a legnagyobb szükség volna rá. És ö, nem szabad tudnunk, miféle szer az? kérdezte Döbré. Hát, legkevésbé sincs okom eltitkolni, igen, egyszerű keveréke a legkitűnőbb ópiumnak, amelyet biztonságokkából magam hoztam Kantonból, a legjobb keleti hasissal, mit a Tigris és az Eufrátes között készítenek, e két alkotó részt egyenlő adagokban összekeverve pirulákká lehet gyúrni, mit alkalomattán egész egyszerűen bevesz az ember. Hatása tíz perc múlva bekövetkezik. Kérdezzék csak meg Franz Dépiné bárót. Úgy emlékszem, ő már megkóstolta egyszer. Igen, szólt Monkerf. Említette nekem, is, igen, kedvesen emlékszik meg az esetről. De, szólt Boschamp, ki újságíró lévén mindig és mindenben tamáskodott. Állandóan magán elhordja azt a szert? Állandóan, válaszolta Monte Cristo. Hát ne vegye szerintelenségnek, de nagyon szeretném látni azokat a pirulákat, folytatta Bosamp, remélve, hogy megfoghatja vele a külön idegent. Kész örömmel szolgálok vele, válaszolta gróf, és egyetlen smaragdból metszett gyönyörű szelencét keresett elő a zsebéből amelyből egy aranycsavar segítségével egyenként lehetett a zöldesbe játszó apró golyócskákat kihullatni. A pirulaknak csípős, átható szaguk volt, a szelencében már csak négy, öt darab volt mindössze, de tizenkettő is elfért volna benne. A szelence kézről kézre járt, de sokkal inkább megbámulták a rendkívüli, smaragd darabot, mint a tartalmát. A szakácsak készíti ezt a szert? kérdezte Bosamp. Nem, uram. Ilyesmit sohasem bízok méltatlan kezekre. Meglehetősen értek a kémiához, és magam készítem piruláimat. Hát valóságos csoda ez a smaragd, és a legnagyobb, amit valaha láttam, bár édesanyám családi ékszerei között is akad néhány figyelemre méltó darab, jegyezte meg Sátor Három hasonló darabom volt, egyiket a nagyúrnak adtam, ki kart markolatába foglaltatta, a másikat a pápa őszentségének ki, a Napóleon által hetedik Piusnak ajándékozott hasonló, de kevésbé tisztas maradhoz tétette a tiarára, a harmadikat pedig megtartottam, és bár ezáltal sokat vesztett értékéből szelencévé alakítattam, hogy rendeltetésének megfelelőbb legyen. Mindenki elbámulva nézett Monte cristo ki oly egyszerűen mondta el e dolgokat, hogy vagy igaznak kellett elfogadniuk, vagy őt magát őrültnek tartaniuk, a smaragd azonban kézzel foghatóvá tette az első esetőséget. És mivel viszonozte ezt a nagyszerű ajándékot a két uralkodó? kérdezte Döbré. A nagyúr szabadon bocsátott egy nőt, ő szentsége pedig visszaadott egy embert az életnek. Egyszer életemben tehát olyan hatalmas voltam, mintha trón lépcsőin születtem volna. Ugye Peppino volt az, akit megszabadított, kérdezte Monkerv. Az ő számára kérte a kegyelemlevelet. Lehet, válaszolt Monte Cristo mosolyogva. Fogalma sem lehet, Gróf úr, mennyire örülök, hogy így hallom beszélni. Eleve úgy beszéltem önről barátaimnak, mintha mesebeli varázsló vagy valami középkori bűvész lenne, hanem a párizsiak már annyira nyakig vannak a paradoxonokban, hogy még a kétségbe vonhatatlan valóságot is a képzelet déli bábosi játékaiul magyarázzák, ha ezek az igazságok eltérnek az ő mindennapi életük folyásától. Itt van például Döbrey, aki naponta olvassa, és Bosamp, aki minden nap kinyomtatja, hogy a Jockey Club valamely elkésett tagját megtámadták és kirabolták az éjjel, hogy a San Denis utcában vagy egyebütt négy embert meggyilkoltak, hogy Lebújókban 10-15-20 zsebmetszőt egy egész tolvajbandát csíptek nyakon, hanem azért mégis makacsút tagadják, hogy a római kampányán haramiák is vannak. Legyen szíves grófur, mondja el ön is, hogyan kerültem a haramiák kezébe, és hogy az ön nemes lelkű föllépése nélkül alig, hanem a Szent Sebestyén katakombáiban várnám most a föltámadást, ahelyett, hogy szerény kis hajlékomban reggelivel szolgálok önöknek a Helder utcában. Megígérte nekem, hogy nem fog beszélni többé arról a semmiségről, szólt Monte Cristo. Gondoljuk, hogy nem én rólam, hanem valaki másról van szó. Beszéljünk róla, kérem, mert ha ön lenne szíves átvenni a szót, nem csak az kerülne szőnyegre, amit én is elmondhatnék, hanem talán olyasmi is, amit még nem is tudok. Azt hiszem, eléggé fontos szerepet játszott az egész dologban arra, hogy mindent éppen olyan jól tudjon, mint magam, ha mindent elmondtam, amit tudok, megígéri, hogy kiegészíti a történetet? Hmm, nem bánom, legyen. Elmondok tehát mindent, még ha csorba esik is a hiúságomon. Három napig meg voltam győződve, hogy én vagyok a szíve bálványa egy szép állarcos hölgynek itt, Tullia vagy Poppea leszármazottjának hittem, aki azonban közönséges kontándia volt, azért nevezem olasz névvel, hogy ne kellessék parasztot mondanom. Ez már magában véve is elég hebe hurgyaság volt, de talán még nagyobb, mikor a találkán egy 15-16 esztendős karcsú, csupasz képű suhancot ostromoltam helyette, de alig akartam alabástrom vállaira az első csokot lehelni. hogy szegezett rám, és 7-8 cimborájával elhurcolt a katakombákba, hol bámulatos műveltségű haramia vezér elé vezettek, aki lelkemre Cézár kommentárjait olvasta, és csak annyi időre vetette föl a fejét a könyvről, amíg elmondhatta, hogy ha vasárnap reggel 6 órára nem küldik el, értem a 4000 piasztert, 6 óra 10 perckor főbelövet. A levél még most is megvan franc birtokában, ketten írtuk alá, én és Luigi Vampa. Ha nem hiszik, írjanak francnak, ő majd hitelesíti aláírásainkat. Ennyit tudok. Hanem arról már fogalmam sincsen, hogyan került a nodagróf és miként léphetett föl olyan tekintéllyel a római banditák között, akik előtt nincs is tekintély. Megvallom, hogy franccal egyetemben végtelenül bámultuk ezt a csodálatos dolgot. Jó, pedig rendkívül egyszerű az egész. A hírhet van pár tíz esztendő óta ismerem. Siheder bojtár gyerek volt még, amikor egyszer útba igazított, és én egy arany darabot vetettem neki, de mivel vonakodott jutalmat elfogadni, csak ajándékképpen lehetett rá erőszakolni, mit viszont is azonnal egy saját kezüleg faragott törrel, amelyet fegyvergyűjteményemben bizonyára látott is annak idején. Jóval később, akár azért, mivel elfeledte már kölcsönös ajándékainkat, amelyeknek barátokkal kellett volna tennie, akár azért, mert nem ismert föl, Kísérletet tett elfogatásomra, hanem kudarcot vallott vele, mert én fogtam el 12 cinkosával egyetemben. Kiszolgáltathattam volna őket a római törvényszéknek, amely nem sokat szokott teketóriázni a hozzá hasonlókkal, és vele különösen röviden elbánt volna, de nem volt lelkem így cselekedni. Hazaküldtem valamennyit. Azzal a föltétellel, hogy igaz bűnbánattal térjenek meg, szólt kacagva az újságíró. Erről már látom, hogy lelkiismeretesen megtartják az adott szót. Nem, uram. A föltétel csupán az volt, hogy a magam és barátaim személyét mindenkor tiszteletben tartják. Lehet, hogy önök előtt a szociális, progresszív, humanista tanok hirdető előtt különösnek fog tetszeni, amit mondok, hanem én bizony édes keveset törődöm a fele barátaimmal, és nem iparkodom megoltalmazni azt a társadalmat, mely engem nem hogy védene, de inkább megront. Semleges maradok az emberekkel, a társadalommal szemben, és a magam részére sem követelek tőlük egyebet. Remekül volt mondva, kiáltott föl Satorono. Ime az első őszinte ember, ki szemtől szembe hirdeti az önzés jogait. Ez a helyes út, tisztelem érte, grófur. Az őszinteség minden esetre érdemes szavakban, szólalt meg Morell. Hanem azért én mégis bizonyos vagyok benne, hogy a gróf úr nem bánta meg, hogy az imént, határozottan kijelentett elvektől egyszer valamikor mégis eltért. Mennyiben tértem volna el elveimtől? kérdezte Monte Cristo, néhány szor már oly figyelemmel vizsgálgatta Maximilient, hogy a vakmerő fiatalember kénytelen volt lesütni szemeit ez átható éles tekintet előtt. Mert amikor Monkerv urat megszabadította, fele barátja és a társadalom javára cselekedett, melynek ő egyik legfőbb békessége, mondta erős nyomatékkal Bossamp, egy hajtásra kiürítve egy pohár sámpanyit. Gróf úr, ön, kinél következetesebb elmélyű embert nem ismerek, ezúttal dilemmába került, és meglátja, hogy a napnál világosabban fogják azonnal bebizonyítani, hogy távolról sem önző, sőt, inkább emberbarát. Ön azt vaja, Gróf úr, hogy a keletről szakadt közibénk a levantei, maláj, indiai, kínai, szóval Barbár Monte cristo nevezi magát, és e vezeték névhez a Szindbád nevet csatója keresnév pedig már az első napon, alig, hogy Párizsba tette a lábát, ösztönből követi a különcködő párizsiak legnagyobb erényét, vagy talán legnagyobb hibáját, és olyan bűnöket kohol magára, melytől távol jár és rejtegeti valóságos erényeit. Kedves Vikomt, mindabban, amit mondtam, vagy tettem, semmi sincsen, ami távolról is elfogadhatóvá tenni azt a dicsőítést, mit az ön és igen tisztelt barátai részéről kell elviselnem. Nekem ön nem volt már akkor idegen, hiszen ismertük egymást, reggeliztünk is együtt, ön kocsimat használta, együtt néztük a korzó nyüzsgő maskarákat, sőt, még azt a kivégzést is, mely oly annyira megviselte, szintén egy ablakból néztük végig a piacadel elpopolón. Már most azt kérdezem, uraim, hogy azt, aki félig meddig az én vendégem volt, hagyhattam volna-e szó nélkül azoknak a förtelmes aramiáknak a kezeiben, ahogy önök nevezik őket, különben sem tettem némi mellék gondolat nélkül, amennyiben már akkor elhatároztam, hogy önt fogom felkérni a párizsi szalónokba való bevezetésre, mikor Franciaországba rándulok. Akkoriban ön még csak futó szeszének gondolta elhatározásomat, de ma, mikor kétségtelenül valósággá lett, be kell váltania ígéretét, ha csak meg nem akarja szegni a szavát. Meg fogom tartani, válaszolt Monkerv. Ha nem tartok tőle, hogy csalatkozni fog reményeiben, mert ön, kedves gróf úr, ki a változatosságokhoz, festői szép tájakhoz és fantasztikus dolgokhoz van szokva, nálunk mit sem fog találni, mely kalandos élethez szokott lelkét kielégíthetni. A mi csimborasszunk a monmart, Himalájánk a Mont Valérien, Szaharánk a Grenell síkja, hol ártézi kutatásnak, hogy szomjan ne halljanak a karavánok. Tolvajunk van bőven, bár még mindig nem olyan tömérdek sok, ahogy híreztelik, hanem ezek a zsebbetszők határtalanul jobban félnek a legigénytelenebb titkos rendőrtől, mint a legnagyobb úrtól. Szóval Franciaország olyan prózai föld és Párizs annyira civilizált város, hogy 85 megyénkben nem találhat egyetlen kis hegyet, melyen telegráf ne volna, egyetlen valamire való kis barlangot, ahová a rendőrség már be nem vezette volna a gázvilágítást. Egyéb szívességet tehát nem is tehetnék önnek, gróf mint hogy bemutatom, vagy barátaim által bemutattatom, ahol csak kedve tartja. Egyéb iránt, önnek nem is volna szüksége senkire a bemutatkozáshoz, neve, vagyona és szelleme elég hozzá, mondta Kristó kisé ironikus mosolyal hajolt meg, hogy bárhol önmaga bemutatkozhassék, és mindenütt szívesen fogadják. Egyetlen dologban lehetett csupán hasznára, a párizsi életet minden ízében tökéletesen ismerem, és legalább megfelelő szállásról minden esetre gondoskodhatom az ön számára. Szívesen megosztanám szállásomat önnel, mint ahogy ön is megosztotta velem Rómában az önét, de én nálam ki hirdetem, de annál jobban gyakorlom az önzést, ki nem állná e világon senki, ha csak valami szerényen meghúzódó kis asszonyka nem. Emlékszem, hogy Rómában tett említést házassági terveiről. Talán már lehet is szerencsét kívánom a boldog fritjhez? Á, egyelőre még csak terv az egész, grófur. Aki tervet mond, eshetőséget ért alatta. Á, nem egészen, mondta Monker, hanem anyám nagyon sürgeti a dolgot, és valószínű, hogy nem sokára, ha nem is mint feleségemet, de mint arámat fogom önöknek, Eugene Danglár kisasszonyt bemutatni. Eugene Danglár kisasszony kiáltotta Monte Cristo. Nem Báró Danglár az apja De igen, hanem csak a féle újdonsült báró az mellékes Ha szolgálatokat tett az államnak amivel kiérdemelte ezt a kitüntetést És ő óriási szolgálatokat tett! jegyezte meg Bosamp. Jó lehet, lélek szerint liberális volt, 1829-ben mégis 6 milliónyi kölcsön ajánlott föl tizedik Károlynak, ki báróvá és a becsületrend lovagjává tette, még pedig nem olyanná, aki rösteli föltűzni a szalagot, csak a mellén zsebében hordja, hanem aki bátran és büszkén viseli gombjukában. Bosamp, Bosamp, miattam elmondhatja ezt a korzéban, vagy akár savirában is, hanem az én jelenlétemben legalább kímélje meg jövendőbeli aposomat. Aztán mondta Krisztó felé fordulva, mondta. Olyan hangon ejtette ki nevét, mintha ismerné a bárót. Személyesen nem ismerem, válaszolt közönösen mondta de a közeli jövőben valószínűleg megismerkedhetem vele, mivel a londoni Richard és Blount, a bécsi Einstein és Escalé és a római Thomson és French cégek hozzáutalták némi pénzemet. Mikor a két utolsó nevet kiejtette lopva a Maximilianre tekintett. Ha várt ettől a két szótól némi hatást, nem csaladkozott, mintha valami villamos áram rázta volna meg, egész testében megremegett a kapitány. Ö, ismeri a Thomson és French céget, grófur? A keresztény világ fővárosában ők szokták lebonyolítani pénzbeli ügyeimet, válaszolt nyugodtan Montecristo. Lehetnék talán náluk szolgálatára valamiben? Ó, grófur, ön talán segítségünkre lehetne mindez idáig meddő kutatásainkban. Az a cég valamikor rendkívül nagy szolgálatot tett a mi házunknak, de fogalmam sem lehet miért, magacsúlt tagadják, hogy valamit is tettek volna. Szívesen megteszem, amit tőlem telik, válaszolta Gróf meghajolva. Hanem a társalgás tulajdonképpeni tárgyát egészen ketté vágta Danglár úr neve, szólt Monkerf. Arról volt szó, hogy Grof Monte Cristo úrnak alkalmas lakást keressünk rajta, uraim, erről tessük meg magunkat egy kis és süssük ki valahogyan, hol lehetne kedves vendégünket legkényelmesebben elszállásolni ebben a nagy Párizsban. A San Germán negyedben vélekedett Chateau Ott rendkívül kedves házikot bérelhet, udvarral és kertel. Ugyan menjen, szólalt meg Döbré. Önnek csak az a mogorva unalmas Saint-Germain tetszik, ne is hederítsen rá, gróf úr, hanem fogadjon szállást a Sozé Dantyon, Párizsnak az a központja. A Boulevard de l'Opera volna legcérszerűbb, ajánlotta Bosamp. Egy szép erkélyes házban az első emeleten. Azt a lakást azután megtömheti válogatott keleti szövető áttört himzésű vánkosokkal, és kényelmesen füstölve, vagy dicső piruláit élvezve maga alatt láthatja nyüzsögni az egész fővárost. <hállt> Már csak ön van hátra, Morell, szólt nevetve Satorono. Ön nem ajánl semmit. Hát nem maradok én sem önök mögött, válaszolt mosolyogva a fiatal kapitány. Csak bevártam előbb, hogy a grófur nem fogadja el e fényes ajánlatok valamelyikét. De mivel válaszát még nem hallottuk, én is merek lakást ajánlani neki, egy rendkívül kedves kis házban, mit a hugon bérelt ki ezelőtt egy esztendővel a Messley utcában. Ha... Uga is van, kapitány úr? kérdezte Monte Cristo. Igen, és igazabb testvért már nem is kívánhatnék. Vérnél van? Nem körülbelül kilenc esztendeje. És boldog? kérdezte a gróf. Aminő boldog, csak lehet valaki szerelemből ment ahhoz, ki házunkhoz, még a bal szerencsében is híven ragaszkodott. Emmanuel Herbóhoz. Mondta Krisztó alig észrevehetően elmosódott. Félesztendei szabadságomat egészen náluk töltöm, folytatta Maximilian, és sógorom a legyetemben, bármikor és bármiben szolgálatára állhatunk a grófurnak. Ohó, vágott közbe Albert, mielőtt Monte Cristo feleletre nyithatta volna az ajkát. Gondolja meg, Morrel úr, hogy szintbádot a tengerészt, a nyughatatlan utazót nagyon bajos volna négy fal közé zárni, és patriárhális családi életre szánni, amikor egyenesen azért jött Párizsba, hogy az itt folyó életet megismerje. Távol legyen tőlem, hogy ilyesmire gondoltam volna. Húgom, 25, sogorom, 30 esztendős, vidám, boldog és csupa életkedv mind a kettő, és a gróf különben is elvonulhatna, és csak akkor találkozna házi gazdáival, amikor éppen kedve kerekedik meglátogatni őket. Köszönöm, uram, köszönöm, mondta Monte Cristo. Megelégszem azzal, hogy ha lesz szíves bemutatni húgának és sogorának, mert teljesen fölszerelt lakásom készen vár már, és az urak szíves ajánlatai közül egyiket sem fogadhatom el. Csak nem megy fogadóba lakni, az nagyon kényelmetlen volna. Olyan kényelmetlennek találta a római szállásomat? kérdezte Monte Cristo. Az irgalmát, hiszen Rómában legalább ötven ezer frankot adott ki a berendezésre. Úgy gondolom, hogy ezt a rengeteg kiadást nem ismételheti meg oly gyakran. Ez még alig gátolt volna benne, hanem elhatároztam, hogy a magam házában fogok Párizsban lakni, és előre küldtem komornyikomat, hogy vásároljon és bútorozzon be számomra egy házat. Hogy lehet önnek olyan komornyikja, aki ismeri Párist? Kiáltott föl Bosamp. Úgy, mint én, ő is először jön ezúttal Franciaországba, egyébként még fekete és néma is hozzá. Akkor Alinak kell lennie, kiáltott föl Albert az egész társaság nagy bámulatára. Igen, uram, Ali, az én szerecsenem, az én némám, kit azt hiszem láthatott Rómában. Igen, egészen tisztán emlékszem még rá. De hogyan bízhatott meg egy núbiait, hogy házat vásároljon Párizsban, és egy némát, hogy bebutorozza? Az a szerencsétlen fordítva fog cselekedni mindent. Csaladkozik, uram, én meg vagyok győződve, hogy mindent az én ízlésem szerint tett, mert, amint tudja, az enyém merőben különbözik az általános ízléstől. Ma egy hete érkezett meg, és befutotta a várost azzal az ösztönnel, amivel a kóbor vadászkutya vadász nélkül is fölveri a vadat. Ismeri már minden bogaramat, és a maga kénye kedvére intézett el mindent. Tudta, hogy ma tíz órakor fogok megérkezni, már kilenc óra óta várt rám a Fontainebleau sorompónál, átadott egy papírszeletet, új lakásom címét. Itt van, olvassa. És mondta Cristo egy szelet papíros nyújtott át Albertnek. Sánchez harminc olvasta Monkerf. Csak ugyan eredeti dolog, tört ki akaratlanul is bossámból a szó. És fejedelmi hozzá, toldotta meg Chateau -Renaux. Így hát, még nem is ismeri a saját házát, kérdezte Döbré. Még nem, válaszolt Montecristo, mert amint mondtam, pontos akartam lenni. Még az átöltözködést is a kocsiban végeztem, és csak a Vikomt úr kapuja előtt állítatta meg a kocsit. A fiatal emberek egymásra tekintettek, nem voltak vele egészen tisztában, nem játszik-e komédiát velük a gróf, de amit mondott bármi különös volt is, oly természetes egyszerűséggel folyt ajkáról, hogy nem tarthatták hazugságnak. De miért is hazudott volna? Hát nincs hátra, tehát egyéb, mondta Bosamp, mint hogy apró szívességekkel halmozzuk el, ha már nagyobbakra nem nyílt terünk. Én a magam részéről, mint újságíró, megnyitom ön előtt Párizs valamennyi színházát. Nagyon lekötelez, uram, Válaszolt mosolyogva Montecristo. Hanem rendeletemre titkárom már mindegyikben bérelt egy-egy páhojt. És az a titkár is núbiai és néma? Kérdezte döbré. Nem, uram. Hanem amennyiben egy korzikai honfitársa lehet valakinek, úgy földie önnek, de hiszen ön ismeri Monkerfúr. Színyor Bertucci ott ki, oly pompásan ért az ablakok megszerzéséhez? Igen, az nap láthatta nálam, amikor szerencsés voltam asztalom mellett tisztelhetni önöket igen, derék fickó, aki katonáskodott is. Csempészkedett is egy kisér, szóval, belekóstolt sok mindenféle dologba. Nem mernék hitet tenni rá, hogy valami csekéség miatt még a rendőrséggel is nem volt-e összekoccanása, esetleg valami kis készszúrás miatt. És ön ezt az érdemes világpolgárt választotta titkárjául, Grófur? kérdezte Döbré. Vajon mennyit lophat el öntől évenként? Semmi esetre sem többet, mint más, arról meg vagyok győződve, de mivel mindent megtesz, és nem ismer lehetetlent, megtartom. Áztartása tehát tökéletes volna, palotája van a Zén, van komornyik a titkára, most már csak egy kis barátnő kellene, hogy teljes legyen az egész. Albert mosolygott, arra a szép görög hölgyre gondolt, kit az Argentina színházban a gróf páójában látott. Hát én másként cselekedtem, válaszolt Monte Cristo rabnőt tartok. Önök az opera, a vaudvilli és a viréti színfalak mögött kereskednek, én pedig Konstantinápolyban vásároltam meg a hölgyemet. Ez ugyan többe került egy kissé, de legalább föltétlenül az enyém, és nincs miért nyugtalankodnom miatta. Ha nem arról megfeledkezik, szólt nevetve Döbré, hogy a rabnője szabaddá lett, mihelyt francia földre tette a lábát. Hanem ki fogja ezt neki megmondani, kérdezte Monte Cristo. Hát, aki legelőször az útjába kerül. Anyanyelvén kívül más nyelvet nem ért. Az már más. Hanem azért meglátjuk, ugye? kérdezte Bosamp. Vagy ha már némája van, talán eunuchokat is tart? <laughs> hát ennyire már én sem hódolok a keleti szokásoknak. Környezetem bármikor elhagyhat, ha nincsen többé szüksége rám, és talán éppen ezért nem hagy el senki, mert nem tartom pórázon. Már túl voltak a csemegén is, és rágyújtottak. Édesem, szólt Döbré fölemelkedve. Fél három van már, és bár vendége rendkívül elbájolt, tudja, hogy sokszor kell a legjobb társaságot is kellemetlenül fölcserélnünk. Vissza kell térnem a minisztériumba. Szólok róla a miniszternek, és meg fogjuk tudni, hogy kicsoda. Vigyázzon, sukta fülébe Monkerf, még a legravasszabb rendőrség is kudarcot valhat vele. De a rendőrségnek három milliója van. Igazonyan, hogy régen elköltötte már és most is a jövő évi költségvetésre dolgozik, hanem azért erre a célra még mindig marad vagy ötven ezer frankja. És megmondja nekem, ha sikerül valamit kikutatnia? Megígérem. Viszont látásra, Albert, ajánlom magamat, uraim. És odaküln az előszobában a lehető legnagyobb hangon kiáltotta a fogatomat. A képviselőházból elkéstem már mondta Bosamp, hanem azért külön dolgot fogok föltalálni az olvasóimnak danglár orációjánál. A világért se Bosamp, mondta neki Monker. Nagyon kérem, egy szót se írjon az egészről. Ne vegy el tőleme rendkívüli ember bemutatásának érdemét. A több mint rendkívüli valósággal csodálatos ember, ami növel csak egyszer találkozunk az életben, mondta búcsúzóban Chateau -Renau. Velem tart Morell úr. Azonnal csak névjegyemet Adom, át a grófurnak, ki szíves volt megígérni, hogy föl pillant hozzánk, Meszláj utca 14. Legyen meggyőződve, hogy nem fogom elmulasztani a látogatást, szólt meghajtva magát. És maximilian eltávozott a báróval, mondta magára hagyva Albertel. 10. A bemutatás. Mikor magukra maradtak, Albert így szólt hozzá. Ő engedje meg, Rófur, hogy mindenek előtt bemutassak önnek egy valóságos minta legényszállást. Olaszország palotáihoz szokva érdekes tanulmányul kínálkozik önnek, kiszámítania, hány négyszögöl lábnyi területre van szüksége egy párizsi fiatalembernek, ki nem éppen a legkényelmetlenebb lakást választotta. Amint egyik szobából a másikba megyünk, kinyitom mindenütt az ablakokat, hogy ne folytsa az én füstös levegőm. Monte Cristo már ismerte az ebédlőt és a földszinti szalont, legkésőbben is tehát műtermébe vezette, mely, mint tudjuk, kedves helyisége volt Albertnek. Monte Cristo hálás szemlélője volt annak a sok mindenféle holminak, mit Albert ebben a teremben összehalmozott. A régi szekrények, a japáni porcelán készletek, a keleti szövetek, a velencei poharak és a világ minden országából összehalmozott fegyverek előtt régi ismerősként állott meg, és első pillantásra fölismerte, hogy milyen korból és melyik országból való. Monkerf azt hitte, hogy ő fog mindent elmagyarázni, hanem a dolog éppen megfordítva történt, és nagy okulására ő hallgatott végig egy valóságos archeológiai és természettudományi előadást. Ezután lementek az első emeletre. Albert a szalomba vezette vendégét, a falakon körös körül modern képek fügtek, ott voltak Dupré tájképei, a nádasból kiemelkedő karcsú nyírfákkal, legelőtehenekkel és csodálatosan megfestett éggel, Dölákroá arab lovasai, hosszú fehér burnuszokban, ragyogó tüszökkel, zománcos fegyverzettel, csapatonként mérkőzve, míg gazdáik példájára a lovak is dühösen rúgják és harapják egymást. Bulgáné akvareljai, amelyeken a Párizsi Notre Dame jelenetei versenyre kelnek a költő képzeletével. Ott voltak Diaz vásna is, ki a virágot szepnek festi a virágnál, a napot ragyogóbnak a napnál. De sem képei. Salvator Rosszához méltó, de talán még poetikusabb színezéssel. Zsíró és Müller paszteljai, angyalarcú gyermekfejecskék, bájos női fejek. Dozé kereti vázlat könyvéből kiszaggatott lapok, amelyeket néhány másodperc alatt a teveháten vagy egy minaret tetején vetett papírra írónnal, végre mind az, amit modern művészet az előző századok eltűnt művészetéért kárpótlású nyújthat. Albert bizonyosra vette, hogy itt már sok újat mutathat az idegenből idevetődött utazónak, Legnagyobb bámulatára azonban, annélkül, hogy csak egy pillantást is vetett volna az aláírásokra, vagy sokkal gyakoribb kezdő betűikre, első pillantásra megmondta valamennyi mű alkotójának nevét, mégpedig oly megjegyzések kíséretében, amelyekből világosan látszott, hogy nem csak névről ismeri a művészeket, hanem határozottan tanulmányozta valamennyit. A szalomból átmentek a hálószobába. Ennek a berendezése valóságos mintaképe volt a finom, előkelő ízlésnek, egyetlen arckép lógott a falon, fakó arany rámában, hanem Leopold Robert műterméből került oda. Ez az arckép nagyon megragadta Monte mert alig lépett be, egyenesen felé tartott és azonnal megállt előtte. 25-26 esztendős, napsütött arcbőrű nő ábrázolt, a katalán halász leányok festői jelmezében, fekete-piros mellénykében, aranytűkkel, a fültjei között bágyott, hosszú szempillákkal beárnyékolt mély tűzű szemei, mintha a tengert kutatták volna, és bájos körvonalai még tisztábban váltak ki a tenger és az ég azúr hátteréből. Ha ez a szoba nem lett volna olyan homályos, észre kellett volna vennie Albertnek azt a halott halványságot, amely még fehérebbé tette a gróf vértelen arcát és ideges remegését, amely egész testén átfonaglott. Hosszú csend után, mi alatt Monte Cristo Lenen vette tekintetét a képről, megszólalt végre. Eltűnően szép, kedves olyan vikom mondta teljesen nyugodt hangon. Ez a báli jelmez kitűnően illik gyönyörű alakjához. Uram, ezt a tévedést nem tudnám önnek megbocsátani, ha látta volna valaha más arcképét is. Ön még nem ismeri anyámat, uram, őt ábrázolja a kép, ő festette le magát így ezelőtt hat-nyolc esztendővel. Ez a jelmez fantasztikus ugyan egy kisé, hanem a hasonlóság oly tökéletes, mintha őt magát látnám 1830-ban. Az arckép atyám távolléte alatt készült. Kellemes meglepetést akart neki szerezni vele, de elég különös, atyámnak nem tetszett. Annyira nem, hogy még a kép kitűnőségesen volt rá hatással pedig, mint ön is gondolhatja, egyike Leopold Robert legszebb vásznainak. Magunk között legyen mondva, kedves gróf úr, atyám egyik a szenátus legfáradhatatlanabb perjeinek, és kiváló katonai szakértő, hanem nagyon is közepes érzéke van a művészetek iránt, Éppen ellenkezőleg, mint édesanyám, ki maga is ügyesen fest, és aki sokkal többre becsüli az ilyen munkát, semmint végképp meg tudott volna tőle válni, azért került elkép hozzám, ahol semmi esetre sem vonhatja magára Monkerf úr nem tetszését még egyszer atyám arcképét is meg fogom mutatni, amelyet Grossz festett. Ne vegye rossz néven, hogy családi dolgokról tárgyalok önnel, de mivel bátor leszek önt a grófnak bemutatni, meg kellett mondanom önnek e körülményt, nehogy dicsérni találja előtte ezt az arcképet. Ez a kép különben mindannyiunkra leverő hatással van. Ha a édesanyám meglátogat, ritkán mulasztja el a képet megtekinteni, és még ritkább eset, hogy sírva ne fakadjon, amikor megpillantja. Ez a kép az egyetlen felleg szülei életében, kik húsz esztendő óta változatlan gyöngétséggel viseltetnek egymás iránt. Talán most is úgy, mint az első napon. Mondta Krisztus szinte megriadva tekintett a fiatal emberre, hát ha valami rejtett célzás lappange szavak mögött, de nyilvánvaló volt, hogy Albert mindezt csupán önfelett gyermekességéből mondta. És most, uram, mivel mindenemet megtekintette, már engedje meg, hogy bármi méltatlanok is önhöz, fölajánlom önnek, érezze magát nálam teljes otthoniassággal, és hogy megkönnyítsem önnek a dolgot, legyen szíves átjönni vele Monker úrhoz, kinek még Rómából megírtam, hogy mit cselekedett érdekemben, nem különben azt is, hogy látogatásával fog megtisztelni. Annyit már most is mondhatok, hogy a gróf és a grófnő alig várja az alkalmat, hogy leróhassák hálás köszönetüket önnek. Tudom, hogy ön már el van fásulva egy kisé az ilyesmi iránt, és a családi jelenetek szintbádra, a tengerészre ki annyi mindenfélét látott már az életében, nem lehetnek valami nagy hatással. Tekintse azonban ezt csupán bekezdése ül a párizsi életnek, amely csupa udvariasság látogatás és bemutatásból áll. Monta Cristo szó nélkül meghajolt az ajánlatot, ha nem is lelkesedéssel, de vonakodás nélkül fogadta el mint olyan társadalmi formaságot, mit minden ember követni tartozik. Albert behívatta komornyikját, és előre küldte a palotába, hogy jelentse be Gróf Monte Alberta Gróffal szintén megindult. A Gróf előszobájába érve, a szalomba vezető ajtó fölött pazar díszítésű címert pillantott meg, melynek a fali díszítésekkor ölelkező ornamentikája világosan elárulta, hogy minő fontosságot tulajdonított egy címernek a palota ura. Mondta Cristo megállt és figyelmesen vizsgálgatta a címert. Hét sárgarigok kék mezőben. Úgy látszik, ez a családi címer, ugye? A heraldikában járatlan vagyok, és nem igen tudom őket apródjára megfejteni. Na, az én grófi címeremet Toszkánában gyártották, és tulajdonképpen csupán azért vettem föl címet, mert untalanul azzal zaklattak, hogy nem lehet el nagyúri cím nélkül, aki sokat utazik. Elvégre is valami címer félének csak ugyan kell a kocsin díszelegnie, már csak azért is, hogy a vám sorompónál könnyedebben átjuthasson az ember. Bocsássam meg, tehát a kérdésért. Nagyon természetesnek találom a kérdést, válaszolt Monkerf a meggyőződés egyszerű hangján. És el is találta, mert csak ugyan ez a mi címerünk, melyesebben atyám ősejé, az a másik közepén az ezüst toronnyal anyám címere, Anyai részről spanyol vagyok, de a Monkerf család Francia, sőt, amint hallom, egyike Dél-Francia ország legrégibb családjainak. Igen, már a rigókról is erre lehet következtetni. A Szent Földre induló keresztesek szerettek költöző madarakat választani címerükbe, mint egy jel képül a hosszú útnak, mint a hit szárnyainak segítségével repültek át. Atyai részről való elődeinek valamelyike részt vehetett a keresztes hadjáratokban, és a családfa még akkor is a 13. században nyúlik vissza, hogyha Szent Lajos idejében csatlakozott a sereghez. Hm, lehetséges. Atyámnál különben megláthatjuk a családfát, mely mindenről fölvilágosít, és amelyre én valamikor olyan megjegyzéseket tettem, melyek még hozziért és zsákort is meglepnék. Most már nem sokat törödöm vele, bár elég érdekes dolog, és cicerónai minőségemben nem is hagyhatom említés nélkül, hogy mostanában a demokratikusabb kormány alatt többet foglalkoznak az ilyesmivel, mint valaha. Hanem az önök kormányai is és szebb dolgot választhatott volna annál az ostobaságnál, mint helyjel közzel láttam, és amelynek semmi heraldikai értelme sincsen. E tekintetben ön szerencsésebb a kormánynál, mert címere szép, és a képzeletet is megragadja. Provánci és spanyol vérből származik tehát, és most már értem azt a gyönyörű sötét arcszint, mit annyira megbámultam a nemes katalán nő arcképén. Ödipusznak vagy Sphinxnek magának kellett volna lennie, aki kiérezte volna szavaiból az iróniát, mit különben a lehető legnagyobb budvariassággal mondott el a gróf. Monkerf még mindig mosolyogva ez udvarias bók fölött előre ment, hogy az utat mutassa és föltárta az ajtót, amely fölött a címer díszlet, s mely, mint említettük, a szalomba vezetett. A terem szembe helyén szintén függött egy arckép, arany, vál, rojtos, törzs, tiszti egyaruhába öltözött, 35-38 esztendős férfiúi, kinek a nyakában függő becsületrend szalag, mellén a megváltórend nagy keresztje és felén. a harmadik Károly rendje világosan elárulták, vagy az ábrázolt férfiú részt vett a görög és Spanyolországgal vívott háborúban, vagy legalábbis valami fontos diplomáciai kiküldetésben kellett ott járnia. Monte Cristo a legnagyobb érdeklődéssel apróra megvizsgálgatta ezt az arcképet is, amikor egyszerre megnyílt egy kis mellékajtó, s maga Monkerf gróf állott előtte. 40-45 esztendős férfi lehetett, de legalábbis 50-nek látszott, Fekete bajusza és szemöldöke különös ellentétben volt erősen deresedő hajával, mit katonásan többé nyírva viselt. Polgári ruhát hordott, csupán a gomb tűzött többszínű szalag jelezte érdemjeleit. Elég tartással és némi fölindulással lépett a terembe. Monte Cristo bevárta, anélkül, hogy egyetlen lépést tett volna felé, mintha lábai is úgy odatapadtak volna a padolathoz, mint Monkerv arcához a tekintete. Atyám, engedje meg, hogy bemutassam önnek gróf Monte Cristo urat, nemes lelkű barátomat, kit, mint ön is tudja, igen kellemetlen körülmények között volt szerencsém megismerni. Isten hozta nálunk, uram, mondta Monte Christot, szíves mosolyal üdvözölve. Örök hálára kötelezett, hogy nevem és vagyonom egyetlen örökösét megmentette. És Monte nak helyet mutatva, ő maga szembeült az ablakkal. Monte Kriszto helyet foglalt a kijelölt karszéken és meghúzódva a nehéz bársony függönyök árnyékában, észrevétlenül olvasta le azoknak a titkos szenvedéseknek a történetét, mit a gond és a küzdelmek ezer redővel véstek az idősebb Monkerf homlokára. A grófnő éppen átöltözőben volt, amikor e megtisztelő látogatás értésünkre jutott. De azonnal le fog jönni. Tíz perc múlva közöttünk lesz rám nézve rendkívül megtisztelő, hogy Párizsba érkezésem első napján már oly férfiúval köthetek ismerettséget, kinek érdemei nem csekélyebbek hírénél, és akit a szerencse szokása ellenére érdeme szerint jutalmazott meg, csak azt bámulom, hogy milyen kedvezése dacára sem szerzett önnek, mit így a síkjain vagy Atlasz hegyei között tábornagyi pálcát. Ó, <hállt> oh, válaszolt Monkerf egy kis elpirulva. Elhagytam a szolgálatot, uram. A restauráció alatt Pérré -re neveztetvén ki. Burman tábornok parancsnoksága alatt részt vettem az első hadjáratban, minden esetre. Kilátásom volt tehát a legfelsőbb vezérletben való részvételre, és ki tudja, mi történt volna, ha az idősebb ág marad a trónon. Hanem a júliusi forradalom elég dicsőséges volt ahhoz, hogy egy kissé meg is feledkezzék némely emberekről, és el is feledkezett hálátlanul mind azokról, akik a császárság korábban még nem tehettek szolgálatot, és így én magam is elbocsáttatásomat kértem a hadseregből, mert aki csatatéren szerezte váli rojtjait, a szalonok sima padolatán nem tud forgolódni. Sútba vetettem a kardot, és azon túl már csak a politikával, a közgazdasággal és a hasznos polgári tudományokkal foglalkoztam húsz esztendei katonáskodásom alatt is nagy kedvem lett volna mindig az ilyesmihez, de sohasem volt hozzá időm. Ez a fölfogás emeli az ön nemzetét minden más nemzetek fölé. Ön ős nemesi családból származik, bőségben él, katonai pályáját a legalsó fokon, mint közkatona kezdte, ami már magában véve is rendkívülő dolog, azután tábornok, francia pér és a becsületrend fő lett, és most elhatározta, hogy új tanulmányokkal új pályába kezd, egészen önzetlenül a jutalom és elismerés minden reményen nélkül, pusztán azért, hogy ember társainak valamikor hasznára lehessen. Hm. Ó, uram, ez valóban szép, sőt, annál is több, magasztos. Albert egészen elbámult, nem volt hozzászokva, hogy Monte Cristo mennyire föllelkesüljön és miért? Sajnos, folytatta bizonyára azért, hogy eloszlassa a kis borulatot, amely szavainak hatás alatt Monker ült. Sajnos, hogy mi egészen másként cselekszünk Olaszországban. Változatlan, egyformaságban élünk a hagyományoknak, és amit ön idehaza megtett, nálunk talán meg sem lehetne tenni. De olyan embernek, mint ön, nem is nyújthat méltó teret Itália. Franciaország tárt karokkal fogadná. Hallgasson hívó szózatára. A francia föld legalább nem mindenki iránt hálátlan. Gyermekeivel ugyan sokszor mostohán bánik, de az idegent mindig lelkesedve üdvözli. Látszik, hogy ön még nem ismeri a grófura atyám? szólt közben mosolyogva Albert. Az ő önzetlensége már nem is E-világra való kitüntetésekre végképp nem vágyik, és még a címe is csak arra való, hogy könnyebben jusson útlevélhez. Hát, ez a megjegyzés a legtalálóbb, amiket magamról valaha hallottam mondta Kriszto. A grófur maga határozza meg a jövőjét szólt sóhajtva Monker, és virágos úton halad a cél felé. Úgy van, válaszolt Monte Cristo olyan mosolyal, mit a világ semmiféle festőművésze nem tudna vászorra vetni soha, és amelynek elemzését még a legkitűnőbb ember látó sem merné megkísérelni. Ha nem tartottam volna attól, hogy túlságosan is terhére leszek a grófurnak, mondta a generális, Monte Cristo finom modorától egészen elragadtatva, elvezettem volna a képviselőházba, a mai ülés rendkívül érdekesnek ígérkezik, különösen azok számára, akik még nem ismerik az új tanácsosokat. Állás szívvel fogom megköszönni, ha fönt tartja szíves meghívását a legközelebbi alkalomra. Ma azonban nem tehetem. Elsősorban azért, mert azzal a reménnyel kecsegtetett a vikomtúr, hogy be fog mutatni a grófné asszonynak. Ó, már jön is édesanyám, kiáltott föl Albert. Monte Cristo hirtelen visszafordulva, Monkerfnét pillantotta meg a küszöbön, át ellenben azzal az ajtóval, amelyen a gróf lépett be. Mikor megpillantotta a felé forduló idegent, még az ajka is elfehéredett, és kénytelen volt az aranyozott ajtó félfához támaszkodni, hogy meg ne tántoruljon, néhány másodperce állott már a küszöbön, és még vendégük utolsó szavait is hallotta. Monte Cristo fölállt, és mély meghajlással üdvözölte a grófnét ki, szertartásos némassággal viszonozta üdvözletét. De mi baj van, asszonyom? kérdezte Monker. Talán a hőség nagyobb a keleténél a teremben? Gyengélkedik, édesanyám, kérdezte felé sietve a vikont. Mercedes mosolyogva köszönte meg mindkettejük figyelmét. Nincs semmi bajom, csak nem tudtam elfolytani fölindulásomat, amikor először pillantotta meg azt, akinek jó volt a nélkül most gyászos könnyeket hullatnánk. Uram? Királynői méltósággal közelebb lépve hozzá, Önnek köszönhetem fiam életét, és megáldom érte. Szívem mélyéből hálásan köszönöm önnek, hogy alkalmat nyújtott mindezt kifejezni kitüntető ismerettségével. A gróf ismét meghajolt még mélyebben, mint az imént, és sokkal halványabb volt, mint Mercedes. Asszonyom, ön és a gróf úr túlságosan megjutalmaznak, ezért a kis semmiségért Megmenteni egy embert, megkímélni egy apát a fájdalomtól, és megkímélni egy gyöngéd női lelket, még nem jó cselekedet, csupán emberi kötelesség. A szeliden és végtelen udvariassággal kifejtett szavakra Monkerfné megindult, hangon válaszolt. Olyan jó barát, mint ön, valódi szerencse fiamra nézve, és most hálát adok az Istennek, hogy így intézte a dolgokat. És Mercedes végtelen hálás kifejezéssel emelte ég felé gyönyörű szemét, mintha még két könycsepp is aláperget volna az arcán. Monkerf gróf hozzálépett. Összanyom a gróf úrtól, már, bocsánatot kértem, hogy el kell hagynom, legyen ön is segítségemre. Az ülést két órakor nyitják meg, és háromkor beszélnem kell. Menjen, uram, én majd megkísérlem elfeledtetni távollétét vendégünkkel, mondta a grófné még egyre azon a megindult hangon. A gróf úr, folytatta Monte Cristo felé fordulva, remélem, hogy nálunk tölti a nap hátra levő részét. Köszönöm, asszonyom, higgyel, hálásabb szívvel már senki sem fogadhatná szíves meghívását, hanem nagy útról érkezve ma reggel, egyenesen itt a kapu előtt szállottam le a kocsiról, és még azt sem tudom, milyen a párizsi lakásom, jóformán azt sem, hogy hol van. Igaz ugyan, hogy ez még nem oka nyugtalankodásra, hanem azért elfogadható. Akkor legyen szerencség más alkalommal, ugye megígéri? Monte Cristo némán meghajolt, ami egyértelmű volt a meghívás elfogadásával. Akkor hát nem is tartóztatom tovább, mert puszta hálából sem szeretnék olyan embernek a terhére lenni, mint ön. Kedves grófur, engedje meg, hogy itt Párizsban legalább némileg viszonozhassam Róbában tanúsított baráti szívességeit, és felajánljam kocsimat, legalább addig, amíg fogatairól kellőképpen intézkedhetik. Nagyon köszönöm szíves ajánlatát, Vikom túr, hanem fölteszem, hogy Bertuccio kihasználta ezt a négy és fél órát, és azóta már bizonyosan itt áll a kapu előtt, valamelyik teljesen rendbe hozott fogatom. Albert megszokta már a gróf modorát, és tudta, hogy mint Nero, ő sem ismert lehetetlenséget. Nem is csodálkozott feleletein sohasem. Csak arról akart mégis meggyőződni, hogy csak ugyan parancsai szerint intézkedtek-e, egészen a palota kapujáig kísérte. Krisztó nem csalódott, Inasa, ugyanaz, ki Rómában a két fiatal ember névjegyét vitte be a grófhoz, már ott állott a lépcsőházban, s át, és fogatát is csak ugyanott találta a kapu előtt. Maga a kocsi Keller gyárából került ki, és a lovakért Drake még tegnap, mint ezt Párizs valamennyi gavalléria tudta, 18 ezer frankot utasított vissza. Uram, ön nem merném fölkérni, hogy kísérjen hazáig, mert csak hevenyén berendezett lakásba vezethetném, és elgondolhatja, hogy jó híremet e tekintetben is szeretném megőrizni. Határozzon meg egy napot, és engedje meg, hogy akkor fogadhassam. Akkor már képesebb leszek a vendéglátásra. Ha csak egy napot is adnék odáig, gróf úr, ön már nem is házat, hanem valóságos palotát mutatna nekem. Annyi bizonyos, hogy önnek valami jó szellem szolgál. Hitesse el a világgal, és én hasznát vehetem a nők körében, válaszolt Monte Cristo, a gyönyörű fogat lépcsőjére hágva. Bevetette magát a kocsiba, az ajtó becsapódott, a fogat vágtatva gördült végig a kövezeten, de mégsem oly sebessen, hogy a gróf észre ne volna egy függöny, gyönge, félrelibbenését libbenését a szalon egyik ablakán, amely mögött Monkerv nétől elbúcsúzott. Mikor Albert visszatért, anyját egy nagy bársony karosszékben ülve találta, a szoba homályos volt, csak itt-ott remegett még egy csillogó folt az aranykeretes képek díszítésein. Albert nem láthatta a grófné arcát, amely fátyol felhőbe takarva, úgy elveszett a könnyű szövet mögött, mint hajnali ködben a nap, hanem észrevette, hogy a hangja remeg, és a rózsa és helitorp illata közül azonnal kiérezte a repülősó csípős maró szagát, Nyugtalanul tekintgetett körül, és a kandaló párkányán meg is pillantotta a grófné flakonját, bőr tokocskája nélkül. Valami baja van, édesanyám. Talán rosszul lett, amíg oda voltam. Én? Dehogy, Albert. Hanem, tudod, a rózsa, a narancsvirág, és ez a néhány tuba rózsa, oly erős illatot terjeszt az első meleg napokban, ami szokatlan. Valamennyit ki kell vetni az előszobába, szólt Albert a csengettyű zsinór után nyúlva. Határozottan rosszul kell lennie már, akkor is rendkívül halovány volt, amikor belépett. Halvány voltam? Rendkívül halvány, és bár <coughs> csodálatos szépen illett vonásaihoz ez a haloványság, atyámmal együtt mindkettőnket megdöbbentett. Ö, talán tett is valami megjegyzést rá, atyád? kérdezte élénke Mercedes. Nem, édesanyám hanem ön is emlékezhetik, hogy azonnal észrevette. Nem, emlékszem rá. A csöngetjű szavára belépett az inas. Vigye ki ezeket a virágokat az előszobába a grófné, nem viselheti el ezt az erős illatot. Az inas engedelmeskedett. És míg a virágok kihordása tartott, mindketten hallgattak. Csak akkor szólalt meg a grófné, amikor az inas már az utolsó virágcseréppel is eltávozott. Micsoda név ez a Monte Cristo? Családnév, vagy valami birtoké, vagy Csupán egyszerű cím? No, azt hiszem, csak cím az egész. A gróf megvásárolt egy szigetet a toszkánai Árcsi Peláguszban, és, mint ő maga említé délelőtt, komtúrságot alapított rajta. Régi dolog, hogy ilyesmire nem csak a firenzei és pármai rendek, de maga a máltai rend is vállalkozik. Különben nem sokat törődik a nemességgel, saját grófi címére meg éppen semmit sem ad, bár Rómában általában úgy vélekednek felőle, hogy kiváló és tökéletes nagyúr. Amennyiben úgy rövid idő alatt megítéletem, modora valóban kitűnő. Tökéletes, édesanyám, annyira tökéletes, hogy messze felül felülmúlja Európa három legbüszkébb arisztokráciáját, az angolt, a spanyolt és a németet. A grófné elgondolkozott egy kisé, azután újra megszólalt. Édes Albertem, látod, ez valami olyan igazi anyai kérdés, amit most fogok tenni neked. Ha beleláttál Monte Cristo lelke mélyére, éles tekinteteddel, Ember ismereteddel. Gondolod-e, hogy a gróf csak ugyanaz, aminek látszik? És minek látszik? Az imént mondtad, tökéletes nagyúrnak. Azt mondtam, édesanyám, hogy annak tartják. De mit tartasz felőle te, Albert? Hát, bevallom, határozott, biztos tudomásom még nincsen róla. Hm, máltainak tartom. Mellékes dolog, hogy hová való. Engem inkább személye érdekel. Hát, az már más. Oly különös dolgokat tapasztaltam, hogyha tőlem óhajt egy fölvilágosítást, egyébbel nem is szolgálhatok, mint hogy hajlandó vagyok Byron valamelyik hősének tartani, ki valami rettentő balsors nyomát viseli külsein, valami Manfred, Lara vagy Werner, vagy talán még inkább valami atyai örökségéből kiforgatott sarja egy ősi családnak, ki kalandos lelkével képes volt új vagyont szerezni, és a társadalom törvényein felülemelkedni. Hogy gondolod ezt? Montecristo lakatlan puszta sziget a földközi tenger közepén, és menedékhelye a csempészeknek és a kalózoknak. Ha, hát ki tudja, hogy e mindenféle országból ott összeverődött kalandorok nem fizetnek-e valamit a menedékekért? Lehet, válaszolt álmodozó hangon a grófné. De soha se törődjünk vele csempésze, vagy nem. Azt önnek is meg kell valani a édesanyám, hogy Montecristo kiváló ember, aki föltűnést fog kelteni a párizsi szalonokban. Világba lépését ma... Én nálam avval kezdte meg, hogy még Chateau Renaud is megbámulta. És mennyi idős lehet ez a gróf? kérdezte Mercedeskinek szavaiból kiérzett, hogy nagy fontosságot tulajdonít e kérdésnek. Hát, 35-36 esztendős lehet, édesanyám. Oly fiatal még? Szinte lehetetlen, kiáltott föl egyszerre válaszolva Albertnek, és egy a lelke mélyéből feltörő gondolatnak. Pedig úgy van, elbeszélve egyet mást többször említette, és alig ha lehetett volna velem szemben oka az igazság takargatására. Hogy ekkor, meg ekkor öt, tíz vagy tizenkét esztendős voltam, már csak puszta kíváncsiságból is figyelemmel kísértem minden részletet, és a jelzett időpontokat mindenkor lehetségesnek találtam. Bizonyos vagyok benne, hogy nem több 35 esztendősnél, hiszen ön is láthatta, édesanyám, hogy mi élénk szemei, mi dús fekete fürtjei vannak, s a homloka, bár rendkívül halvány, még sincs fölbarázdálva. Nem csak erővel teljes, de határozottan fiatal minden ízében. A gróf grófnét keserű gondolatok gyötörhették, mert fejét lecsüggesztve remegve, meg megcsukló hangon kérdezte. És ez az ember barátságot kötött veled? Legalábbis úgy hiszem. És te? Szintén veled? Tetszik, határozottan tetszik nekem, édesanyám, bármennyire hajtogatja is Franz Depiné, hogy a túlvilágról tért vissza közébénk. A grófné összeborzongott. Albert, mondta remegő hangon, Albert, új ismerettségeidben mindenkor óvatosságra intettelek. Embernyi ember vagy, ő most már te adhatnál nekem tanácsokat, hanem azért nem győzöm eléggé ismételni. Légy óvatos! Mindenek előtt azt kellene megtudnom, hogy mitől óvakodjam tulajdonképpen, másként nem vehetem hasznát a jó tanásnak. A gróf sohasem játszik, s még itala is csak víz, amelyet néhány csöpp spanyol borral szokott megaranyozni. Oly dús gazdag, hogy sohasem tenné magát nevetségesi avval, hogy tőlem pénzt kérjen kölcsön. Mennyiben óvakodjam hát tőle? Igazad van, alaptalan sejtelmek gyötörnek, és éppen oly emberrel szemben, ki életedet mentette meg, Igaz is, atyád szívesen fogadta a grófot, Albert. Nekünk különösen szíveseknek kell lennünk irányában, és atyád annyira el van foglalva, s ugyei oly szórakozottá teszik, hogy talán akarata ellenére is Albert a szavába vágott. Atyám kifogástalanul viselkedett, édesanyám. Néhány ügyesen és találóan mondott bók legyezte hiúságát, és a gróf, ki úgy beszélt vele, mintha harminc esztendeje ismerni, megtetszett neki, és a legjobb barátokként váltak el, sőt, Atyám még a képviselőházba is meghívta, hogy meghallgassa mai beszédét. A grófné nem válaszolt. Maga elé nézett, és oly mélyen elálmodozott, hogy lassanként pillái is lecsukódtak. Albert álva maradt előtte, és sokáig nézte, abban a gyöngét fiúi szeretettel, amely még bensőbb és melegebb szokott lenni az oly gyermekeknél, kiknek fiatal és szép anyjuk van. Azután, amikor látta, hogy szemei lecsukódnak, s lélegzete egyre nyugodtabbá lesz, azt gondolva, hogy elszenderült, halkan lábújhegyen súran ki az ajtón. Valóságos ördög ez az ember, tűnődött magában egyre bólogatva. Megmondtam előre, hogy föltűnést fog kelteni nálunk, és a hatás fokát a legérzékenyebb, legbiztosabb hőmérőről olvashatom le. Anyámra rendkívüli hatással volt, tehát rendkívüli embernek kell lennie. Lement az istálóba, és kisé bosszankodva gondolta arra, hogy Gróf Monte már az első napon olyan fogata van, mely az övét szakértői szemekben másodrangúvá törpíti. Már az igaz, hogy az emberek nem egyenlők, meg is kérem atyámat, fejtse ki ezt a nagy igazságot a parlamentben. 11. Bertuccio Ez alatt a gróf megérkezett új szállására, hat perc alatt tette meg ezt az utat. Ez a hat perc azonban elég volt arra, hogy észrevegye vagy húsz fiatal ember, ki ismerve a fogatot, mit maguk meg nem vásárolhattak, elvágtattak mellette, hogy megláthassák azt a pazarló embert, aki tíz ezer frankot adott egy-egy lóért. Az Ali választotta háza, Sánzelizé jobb oldalán feküdt, tágas udvarral és kertel, az udvar közepén sűrű bokrok fötték el a homlokzatot, és e bokrok közül, mint két kinyújtott kar, Jobbra, balra egy-egy fasor vezetett a két kapuhoz, melyek kocsi bejáratul voltak számba. Mivel a ház magányosan állott egy meglehetős tágas téren a fő bejáraton kívül, még mellékkapu is nyílt a Pontiő utcára. Még mielőtt a kocsis inthetett volna ostor a kapusnak, a vas rácsos kapu már csikorogva tárult fel, látták közeledni a grófot, és Párizsban úgy, mint Rómában, vagy bárhol a világon, vénlám gyorsasággal szokták kiszolgálni. A kocsi tehát megállapodás nélkül hajtott be a kapun, s végig vágtatott a fasor kavicsos útján. A lépcsők előtt megállt a kocsi, két ember közeledett felé, az egyik Ali volt, ki némaságában is ékes szóló igazi örömmel üdvözölte urát, és Monte Krisztó egyetlen tekintete bőséges jutalom volt neki. A másik földig hajolt, azután kezét nyújtotta a grófnak, hogy lesegítse. Köszönöm Bertuccio úr, szólt könnyedén leugorva hintajából. Itt van a jegyző, a kis szalomban várakozik, méltóságos uram. És a névjegyek, amelyeket azonnal nyomtatnia kellett, mihelyt a házszámot megtudta? Már el is készült a grófur, a Palais Royal legkitűnőbb rézmetszője szemem láttára véste ki az első levonatot. Parancsa szerint tüstént elvittem báró Danglár úrnak. A Chossé dantin utca hét számolá, a többiek odabent vannak a hálószoba kandalóján. Jól van, hány óra lehet most? Négy, Monta Cristo átadta kesztyűjét, kalapját és pálcáját ugyanannak az inasnak, ki a Monkerf palota lépcsőházában várta. Azután Bertuccio vezetése mellett bement a kis szalomba. – Micsoda kezdetleges szobrok vannak itt az előszobában, – mondta megvető hangon. – Remélem, hogy hamarosan kikerülnek innen. Bertuccio meghajolt. Mint említette a jegyző, csak ugyan várt már a kis szalomban. Pompás figurája volt a külvárosi jegyzők naphosszat körmölgető alakjainak, ki méltósága teljes tudatában jelenik meg, ha az a kiváló szerencse éri, hogy elküldik valahová. Uraságod van megbízva, hogy eladja nekem azt a házat, amelyet a vidéken szándékozom venni? Igenis, szolgálatára, grófur. Készen van az adásvételi szerződés? Igenis, szolgálatára, grófur. Magával hozta? Igenis, szolgálatára, grófur. Helyes? És hol van az a ház, amelyet meg fogok venni? kérdezte közönösen Monte Cristo, félig Bertuccio, félig a jegyző felé fordulva. A titkár olyan formán vonogatta a vállát, mintha azt mondta volna, nem tudom. A jegyző elbámult. Grófurnak még nem is méltóztatik tudni, hogy hol van a ház, amelyet megvásárolni fog. Fogalmam sincs róla. És nem is méltóztatik sejteni? Hát, hogy az ördögbe sejteném, amikor ma reggel érkeztem meg Kádiból, Párizt soha életebben nem láttam még, Francia földre is csak most teszem először a lábamat. Akkor, bocsánatot kérek, méltóságos gróf a ház, amelyet megtetszik vásárolni, ott töjben van. tud Csió láthatóan elsápadta név hallatára. És merre van ott kérdezte Montecristo. Egy macska ugrásnyira innen méltóságos grófur passzi közelében, a gyönyörű vidéken a Bois de Boulogne kellős közepén. Oly közel? kérdezte Montecristo. Akkor hát nincsen falun. Hogy az ördögbe is választhatott, Párizs kapui előtt nyaralott Bertucciúr. úr. Én, kiáltott fel az intendás szokatlanul hevesen. Távolról sem, Grófur, amint bizonyára még tetszik emlékezni, maga a Grófur bízott meg vele, hogy azt a házat válasszam. Na, igaz, igaz, emlékszem már, a hirdetések között olvastam valamelyik labban, és félrevezetett a hazug cím, falusi ház. Nem oly sürgös még a dolog, Mondta meggyőző hangon Bertuccio, és a méltóságot engem bíz meg a kereséssel, biztosíthatom, hogy pompásat fogok találni akár Engionban, Fontön, aurózban, vagy Bellevue-ban. Pölösleges, válaszolt gondtalanul Monte Cristo. ha már megvan, meg is tartom. Ó, és a gróf úrnak igazsága van? kapott rajta a jegyző, ki már aggódott a veszendő honorárium miatt. Elragadó szép kis birtok, csörgedező patakocskák, sűrű csalitok, rendkívül kényelmes lakás, bár hosszú idő óta lakatlanul áll, nem is számítva az ódon butorzatot, amelynek különösen mostanában, amikor mindenki hajszolja a régiségeket, már magában véve is értéke van. Bocsánatot kérek, méltóságos uram, de úgy vélem, szintén hódolni tetszik az uralkodó ízlésnek. Röviden, Megfelelő? Pompás, nagyszerű, fenséges! Ne, ilyen alkalmat már csak ugyan kár volna elmulasztani, mondta elmosődva Monte Cristo. Hol van a szerződés jegyző úr? Alig pillantott bele, hol részletesen fel volt sorolva minden, és még a tulajdonosok nevét sem olvasta el, aláírta az okmányt. Bertuccio, adjon át 55 ezer frankot ennek az úrnak. Az intendáns támolyogva ment ki, és nagy csomó bankjegyel tért vissza, mit a jegyző, oly emberek szokása szerint olvasott meg, kik a pénzt már nem is képesek másként, mint a hivatalos formaságok mellett átvenni. Azt hiszem, most már eleget tettünk minden formaságnak. Igenis, szolgálatára, gróf úr. Önnél vannak a kulcsok? A házmesternél vannak ki a lakatlan házat őrzi, hanem már tudattam vele, hogy a gróf urat kell az új birtokkal megismertetnie. Nagyon helyes. Mondta Krisztó Bolintott, ami annyit látszott jelenteni, nincs szükségem önre többé, mehet Isten hírével. Ö, ö, hanem ö, úgy remlik előttem, dadogta az érdemes notárius. Csalodni csalódni tetszett, mert az egész össze-vissza csupán 50 ezer frank. És az ön tiszteletdíja? díja? Hát már benne foglaltatik az összegben, gróf úr. De hiszen ön csupán emiatt jött ott őjből ide. Igenis, szolgálatára méltóságos uram. Úgy hát tartozom vele önnek a fáradtságért. És elbocsátotta egyintéssel. Az elámult notárius számtalanszor földig hajolva hátrált az ajtóik. Hosszú hivatalkodása alatt még sohasem találkozott ilyen klienssel. – Kísérje ki a jegyző urat, mondta a gróf. A titkár utána sietett. Alig lépett át a küszöbön a gróf kulcsra járó tárcát vett elő a zsebéből, és kinyitotta avval a kulcsal, amelyet éjjel-nappal a nyakán viselt egy kis, vékony aranyláncon. Keresgélt benne egy ideig, azután kivéve egy kis papírlapot, összehasonlította a jegyzeteit az asztalon heverő szerződés tételeivel, és elgondolkozott. Otöj, Rue de la Fontaine, 28. Igen, ez az. Hanem számíthatok-e valamire? A babonás ijedelem, vagy a valóságos rémület fogja belőle kicsikarni a vallomást? Ej, hiszen egy óra múlva mindent megtudok. Bertuccio! Kiáltott, és egy kis kalapáccsal megkongatott egy harangot, amely élesen csengő, erős hangot adott, mint egy tamtami. Az intendáns megjelent a hívásra. Úgy rémlik, előttem Bertuccio úr, mintha említette volna már valamikor, hogy járatos Franciaországban. Ör, csak itt-ott fordultam meg valamikor. De Párizs környékét minden esetre ismerni fogja. Nem, méltóságos uram, nem ismerem, válaszolta a titkár, annyira remegve, hogy Monte Cristo, a nagy ember látó, az emberi lélek és indulatok éles szemű vizsgálója azonnal észrevette rajta a szokatlan izgatottságot. Kár, igazán kár, hogy Párizs környékét nem ismeri, mert szeretném még ma este megnézni új birtokomat, és ön bizonyára hasznos útba útbaigazításokat adhatott volna a velem tart. Otöjbe, kiáltott föl Bertuccio, kinek bronz színű képe viaszfehéré haloványult. Én, be. Mi különösset talál rajta? Miért ne jöhetne Otöjbe? Hiszen ön is házam népéhez tartozik, és ha ott lakom, föltétlenül el is kell jönnie velem. Bertuccio lehorgasztotta fejét ura parancsoló tekintete előtt, de nem szólalt meg. Na de mi baja van hát? Már másodszor csengetek a kocsimért, és ön elnézi, hogy még egyre késnek vele, mondta Monte Cristo oly hangon, mint 14. Lajos mondhatta valamikor a szállóigévélet híres szavakat. Szinte várnom kellett, Bertuccio egy ugrással az előszobában termett, és leket hangon kiáltott az udvara. – Ő méltóság a fogatát! – mondta Krisztónak, még egy pár levelet kellett megírnia. A titkár akkor lépett be, amikor rányomta az utolsóra a pecsétet. – Fogata, kapu előtt várakozik, méltóságodra! – Vegyen kesztyűt, kalapot megyünk. – Nekem is kell mennem, grófur! – Hogy ne! Önnek kell intézkednie mindenről, mivel ott szándékozom lakni! Arra még nem volt példa sohasem, hogy a gróf parancsainak valaki ellene mert volna szegülni, így hát Bertuccio sem tett többé semmi ellenvetést és követte urát, ki helyet mutatott neki a kocsiában. A titkár remegve húzódott meg a kis ülés sarkában. 12. Az Otői Ház Monte Cristo észrevette, hogy Bertuccio korzikai módon keresztet vetett a hüvelykével, mikor elindultak, és halkan mormogott valami kis imádságot maga elé a kocsiban. Mindenkinek megesett volna a szíve a derék intendáns nagy szorongásán, ki, hogy szörnyen húzódozott az extra múrosz kirándulástól, hanem a grófot úgy látszik sokkal jobban érdekelte a dolog, semmint megszabadította volna az aggodalmaitól az érdemes Bertucciót. Húsz perc alatt beértek. A titkár egyre izgatottabb lett. Mikor a faluba értek, már a szélső házaktól kezdve lázas nyugtalansággal vizsgált minden épületet, mely előtt elhaladtak. A La Fontaine utca 28 száma előtt állítassa meg a kocsit, mondta Monte Cristo, kérlelhetetlen tekintetét mereven szegezve titkárjára. Bertucciót kiverte a hőség, hanem azért engedelmeskedett, és kihajolva a kocsi ablakán, oda kiáltott a kocsisnak. La Fontaine, utca 28. Ez a háza túlsó végen volt, már egészen beesteledett, és egy villám terhes felhő még inkább növelte a homályt, mintha sötét keretbe akart volna foglalni valami bekövetkező drámai jelenetet. A kocsi megállt, és az inas sietve tárta föl az ajtót. Hát ön, itt akar maradni a kocsiban, Bertucsi úr, olyan különös ma egész este. Hogy a mi lelte? Bertuccio hirtelen kiugrott az ajtón, és karját nyújtotta a grófnak ki, ezúttal el is fogadta, és rátámaszkodva lépdelt le a három lépcsőfokon. Ez örgesen és jelentsen be engem. Bertuccio megdöngette a kaput, és a házmester csak hamar előkerült. Ki az? Az új uraság, mondta az inas. És átadta az írást, melyet a jegyző fogalmazott meg a számára. Hát, Eladták a házat, kérdezte. És ez az uraság fog benne lakni? Én magam, kedves barátom, szólalt meg a gróf, és remélem, hogy nem soká fog sóhajtozni a régi gazdája után. Ó, uram, nem is igen sóhajtanék már én utána, hiszen alig fordult meg hébe-hóba itten. Öt esztendeje felénk sem nézett, és bizony, Isten jól tette, hogy túladott ezen a házon, hiszen hasznát úgysem vette soha. – És ki volt a ház előbbi gazdája? – kérdezte Montecristo. – Sammerán Márki. – Ennyit bizonyal nem kapott érte, amennyiben neki került. Sokat költött rá. – Sammerán Márki. – Mint hallottam volna már valaha ezt a nevet. – már Márki. – És elgondolkozott. – Öreg ember még a régi világból őséges szolgálja a borbonoknak. Egyetlen leányát Vilfor úr vett el, ki valamikor Nimsben király ügyész volt, aztán Berszájban hivataloskodott. Monte Cristo óra tekintett, ki fehérebb volt a falnál, melyhez támaszkodott, hogy végig ne zuhanyol a földön. Úgy rémlik előttem, mintha az a leány meghalt volna, igaz? kérdezte Montecristo. 21 esztendővel ezelőtt temettük el, s a szegény öreg Márkit Alig láttam azóta háromszor. Köszönöm, köszönöm, mondta Monte Cristo, és fél halott bizalmasára tekintve belátta, hogy már nem feszítheti tovább a hurt, ha nem akarja, hogy elpattanjon. Köszönöm, jó ember, adjon valami világítószerszámot. A kis talán. Fölösleges, Bertuccio fog világítani. Szavainak nyomossa befejezéseül két aranyat nyomott az öreg markába, s az nem győzött eléggé hálálkodni. – Bocsásson meg, uram! – mondta hosszú, hasztalan keresgélés után, de egyetlen szál gyertyát sem tudok felfedezni. Csavarja le egyik lámpát a kocsiról Bertuccio, és vezessen végig minden helyiségen. A titkár ellenvetés nélkül megtette, hanem a lámpa annyira remegett a kezében, hogy nem volt nehéz fölismerni, mennyi önuralmába került kerülte parancs teljesítése. Áthaladtak a tágas földszinti helyiségeken, azután fölmentek az emeletre, hol egy szalon, egy fürdőszoba és két hálószoba volt. Az egyik hálószobából titkos lépcső vezetett a kertbe. Néni, titkos lépcső, világítson csak Bertucci úr, menjen előre. Meg kell tudnunk, hová vezet. A kertbe. Honnan tudja? Ö, csak gyanítom. Jó, győződjünk meg róla. Bertucci nagyot sóhajtott, hanem azért előre ment a lámpával. A lépcső csak ugyan a kertbe vezetett. Lent az ajtónál megállt a titkár. Menjen hát, Bertuccio úr! Bertuccio már nem hallotta szavait, meg megrogyó térdel áltott megsemmisülve, szinte magánkívül. Révedező szemei, mintha valami rettentő múlt nyomait kutatták volna körös körül, s görcsösen összerándult kezeivel, mintha borzalmas emlékeket akart volna elhárítani magától. A gróf rárivalt. Nem, nem, kiáltott fel Bertuccio kezeivel a falba kapaszkodva, nem, nem megyek tovább, nem tudok, lehetetlen. Mit jelent ez? Dörgött rá Monte Cristo, ellent nem ismerő hangja. Uram, uram, ez már nem lehet természetes. Ön házat vesz Párizs környékén, és éppen ott talál alkalmassat, és még ott is a La Fontaine utca 28 számra bukkan. Ah, miért nem mondtam meg odahaza mindent? akkor nem kényszerített volna, hogy ide jöjjek. De nem tudtam, hogy ez a ház lesz a kiválasztott. Á, mintha nem volna más ház ottőjben, csak ez, mit gyilkosság fertőzött be. Ó, ó, mondta hirtelen visszariadva Monte Cristo. Micsoda rettentő szót mondott ki most. Pokoli fajzat, törzs gyökeres, korzikai. Csupa titkolódzás. Vagy babona. Előre azzal a lámpával ki a kertbe, Velem csak nem fog félni, remélem. Bertuccio felkapta a lámpát, és nem ellenkezett tovább. A fölnyitott ajtón keresztül láthatóvá lett az elborult égboltozat, hol a föl-föl bukkanó hold hasztalanul küzdött a szürkén gomolygó felhők tengerével. Sötét hullámaikba fúlva, egy pillanatra még beragyogta a fodraikat, azután elmerült a mélységes homályba. Amint kiléptek, Bertuccio tüstént balra kanyarodott. Miért arra, amikor itt olyan puha gyepen sétálhatunk? Na, jöjjön csak erre! Bertuccio a kabátja ujjával törölgette a homlokáról gyöngyöző verejtéket, de engedelmeskedett, hanem minden áron bal felé akar tartani. Monte Cristo annál jobban ragaszkodott az ellenkező irányhoz, egy sűrű facsoporthoz érve megállt. Bertuccióból most már kitört a folytogatott szó. Ha, az Istenért! Elhonnan, uram! Rimánkodva kérem, menjen el onnan, hiszen éppen azon a helyen áll. Minő helyen? Ott, ahol összerodott. Ugyanúgyan, Bertucsi, ott térjem már észre. Nem vagyunk Szártenében, sem kortélyban, sem Korzikai Vadon ez, hanem egy kissé elhanyagolt angol kert, ahol még kár volna rémképeket látni pusztán azért, mert nem gondozzák. A, mindenre kérem, ami szent, nem maradjon ott, jöjjön el onnan. Megbolondult Bertuccio bácsi, mondta fagyosan a gróf. És ha úgy volna, majd elébe vágok a nagyobb bajnak, és elhelyezem valamelyik kórházban. Jaj, nekem, jaj, nekem, siránkozott Bertuccio, fejét lehorgasztva, és kezeit oly kétségbe esetten tördelve, hogy Monte Cristo kacagásra fakadt volna, ha e pillanatban magasabb érdekek nem készítik. Figyelemmel kísérni ez ember lelkének minden legcsekélyebb hullámzását. Jaj, nekem, grófur! Jaj, nekem! Bertucci úr, ez a kéztördelés még csontjaiba kerülhet. Jó lesz tehát abba hagyni ezzel a rettenetes szemforgatással egyetemben. Nem vagyok ördögűző, hanem azt látom, hogy az a nyakas démon, mely annyira meggyötri, nem egyéb valami titoknál. Tudtam, hogy korzikai, és tudtam, hogy valami vendett a históriába gabajodott valamikor, és ügyet sem vetettem rá Itáliában, mert ott minden mindennapi dolog ilyesmi. Hanem Franciaországban másként fogják fel a gyilkosságot, és akit fülön csípnek, a zsandárok egy-kettőre bakó kezére juttatják. Bertuccio kezét tördelte, és mivel a lámpa egész fényét rávetette, feldult arcának eltorzult vonásait tisztán lehetett látni. Monte Cristo ugyanazzal a tekintettel nézett erre a földult arcra, mint Rómában, kontreára a vérpadon, azután olyan hangon szólalt meg, amelynek hallatára újra végigfutotta a hideg azt a nyomorult embert. Buzoni abbé hazudott tehát, amikor a Franciaországból hazatérve 1629-ben hozzám küldte önt, s ajánló levelében kitűnő tulajdonságokkal ruházta föl. Töstént írok az Abbé-nak, és felelőssé teszem pártfogoltjáért, és tőle kétség kívül meg fogom tudni azt a véres történetet minden részletében. Hanem azt előre is megmondom ennek Bertuccio úr, hogy annak az országnak a törvényei szerint fogok eljárni, amelyben élek, mert semmiképpen sem vagyok hajlandó ön miatt kellemetlenségekbe keveredni a francia igazságszolgáltatással. Ó, oh, uram, ne tegye meg velem ezt a szörnyűséget, hiszen hűségesen szolgáltam önt mindenkor, kiáltott föl kétségbe esetten. Becsületesen szolgáltam önnek, azóta a légynek sem vétettem, sőt, tehetségem szerint mindenkor igyekeztem jót cselekedni. Azt nem is tagadom, válaszolt Montecristo. De miért esett hát annyira kétségbe? Ez rossz jel, mert a tiszta lelki ismeret még nem sápaszthat el annyira egy arcot, és nem hozhat ki valakit ennyire a sodrából. De Gróf úr, hiszen ön maga mondta nekem, hogy búzzani abbé. Kinek némszi börtönömben meggyóntam, elmondta önnek, hogy valami bűn nyomja a lelkemet. Az meg is történt, de mivel önt különösen úgy ajánlotta, mint kitűnő intendánst, azt hittem, hogy csupán egy kis sikkasztásról van szó. Ó, grófur, hogy gondolhat rólam ilyesmit? Vagy korzikai természetének nem tudva ellenállni, ön is... Lefektetett valakit, mint ahogy az önök földjén mondani szokták? Égen uram. Én, édes jó uram. Bosszú volt az egész, csupán csak bosszú. Esküszöm rá. Kiáltozott, mondta Krisztó lába elévetve magát. Elhiszem, hanem azt már nem tudom megérteni, hogy miért hozza ki a sodrából éppen ez a ház. Hisz ennél természetesebb valamit el sem lehet képzelni, mert éppen itt történt. Az én házamban? Hiszen akkor még nem volt az öné grófúr, válaszolt jámborul Bertuccio. Ki volt hát? A kapus, úgy emlékszem, Sammehán már kitemlítette. Mi az ördögért állhatott volna bosszút Sammehán Márkin? Ó, nem ő rajta, valaki máson. Hm, minő csodálatos összetalálkozás, szólt Monte Cristo, inkább saját gondolataira felelve. Hogy ön minden előkészület nélkül, puszta véletlenségből ebbe a házba kerül, hol valamikor az a rettentő, lelki furdalásokat fölidéző véres jelenet ment végbe. Ó, grófur, a végzet keze működik ebben, arról meg vagyok győződve. Ja, miért kellett ott éppen ezt a házat megvásárolnia, ahol én gyilkosságot követtem el? Miért kellett lejönnie a kertbe ugyanazon a lépcsőn, amelyen ő jött le akkor, Miért kellett megállnia éppen azon a helyen, ahol ledöftem? Innen két lépésnyire volt a gödör, ahová a gyermeket akarta elásni. Ó, oh, gróf mindez már nem lehet véletlenség, mert akkor a véletlenség játszaná a gondviselés szerepét. Jó legyen, dicső, korzikai vér, higgyük el, hogy a gondviselés keze van a dologban, én mindent elhiszek. Beteg lelkű emberrel különben sem szoktam vitatkozni hanem most már szedje össze az eszét, és beszéljen el nekem mindent elejétől végéig. Egyetlen egyszer mondtam még el ezt a dolgot, és azt is csupán gyónáskor buzoni abbénak. Ilyen dolgokat másként el sem mondhattam volna. Na, akkor hát, kedves Bertuccio, menjen vissza szépen a gyontatójához, a derék Karatuszival majd elcseveghet a titkairól, ha másnak nem hajlandó elmondani. Én nem szeretek olyan embert látni a házamban, akit rémképek ijesztgetnek, nem szeretem, ha embereim közül valaki este már nem mer sétálni velem a kertben. Bevalom azt is, hogy nem valami túlságosan áhítozom a rendőrség látogatása után, mert tetszik tudni Bertuccio bácsi, Itáliában azért fizetik meg az igazság kiderítőit, hogy jobban hallgassanak, de Franciaországban másként van a dolog. Itt beszélni ők kell. Te itt. azt tudtam, hogy korzikai, azt is, hogy csempész. És mint intendánst kitűnőnek találtam, hanem most, hogy egészen más húrokat kezd pengetni, vegyünk búcsút, én elbocsátom önt, Bertucci úr. Ó, oh, gróf úr, kiáltott fel az intendáns, megrémülve a fenyegetéstől. Ne, ne üzzön el, inkább elmondok mindent. Ha már el kell válnom öntől, akkor legyen csak, amikor a vérpadra lépek. Ez már egészen más beszéd, hanem gondolja meg jól, hogy sokkal tanácsosabb egy szót sem szólni, mint hazudni. Esküszöm a lelkem üdvösségére, hogy mindent el fogok mondani, többet, mint az abbénak, ki titkomnak csak egy részét tudta meg. Hanem elsőben is arra kérem, menjen távolabb attól a platántól nézze, ahol áttör már azon a felhőn, és ott, ahol mostanál, köppenyébe burkolva, Annyira hasonlít Vélforhoz. Vélforhoz? Kiáltott föl meglepve Monte Cristo. Ismerte méltóságot? Az egykori királyi ügyészt Némzben? Azt. Aki San Mehan Márki lányát vetten ül? Azt. És aki mocsoktalan jellemű ember hírében állott a hivatalos körök előtt, és egyike volt a legszigorúbb, legkérlelhetetlenebb hivatalnokoknak? Azt, azt, uram! És ez a fetetetlen jellemű ember? Beszéljen hát! Gazember volt! Hihetetlen! És mégis úgy van! Vannak rá bizonyítékai? Voltak valamikor? Csak nem vesztette el őket, szerencsétlen ember! De igen, hanem újra megszerezhetném, ha nagyon akarnám! Egyre jobban érdekel a dolog! Beszélje el az egészet! És a gróf? Valamit dúdolgatva Luciából, leült egy padra, és várta, amíg az intendáns gondolatait rendezi. Bertuccio állva maradt előtte. 13. A vendetta Hol kezdjek bele, grófur? Ahol jól esik, úgysem tudok az egészről semmit. Hát úgy gondolom, hogy Buzoni abbé beszélt már róla méltóságodnak. Nem lített egyet mást, hanem azóta 7 nyolc esztendő is eltelt. Régen elfeledtem az egészet. Akkor hát anélkül, hogy unalmassá válnék, előről kezdheti a dolgot Bertuccio, ma pótolni fogja az újságolvasást. Hát tulajdonképpen még 1815-ben kezdődik a história. Teringettét, nem éppen tegnapi dolog hanem azért minden legcsekélyebb részletre is, oly tisztán emlékszem, mintha pár nappal ezelőtt történt volna. Bátyám a császár alatt szolgált, hadnagya lett egy csupa korzikai legényekből toborzott ezrednek. Bátyám volt az egyedüli barátom, én öt, ő tizennyolc esztendős volt, amikor árván maradtunk, úgy nevelt, mintha fia lettem volna. 1814-ben még a burbonok alatt megházasodott, mikor a császár visszatért Elba szigetéről, Azonnal zászlói alá sietett, és vatárlónál megsebesülve, ő is loár mögé vonult a visszahúzódó hadsereggel. Amit most elbeszélt, azon már régen túl vagyunk, Bertucci úr. A száz nap történetét betéve tudom. Bocsásson meg, Grófur, hanem e részletek nélkül nem volna teljes elbeszélésem, és megígérte, hogy türelemmel hallgat végig. Na, folytassa csak, nem zavarom többé. Egyszer levelet kaptunk a bátyámtól, meg kell jegyeznem, hogy akkoriban egy kis faluban, Rogliánóban laktunk a Kapokorzó végén. Azt írta a levelében, hogy a hadsereget föloszlatták, és ő Chateau, Clemon Ferran, löpúj és Nimzen keresztül hazafelé igyekszik, és ha akad otthon egy kis fölösleges pénz, küldjem el számára egy Nimsi korcsmároshoz, aki közös ismerősünk volt. A csempészet holmik révén vágott közben, mondta Krisztó. Ej, Istenem, Gróf hiszen élni csak kell. Hm, természetesen. Folytassa csak. Én, mint már említettem, lelkem mélyéből szerettem a bátyámat, és elhatároztam, hogy magam viszem el neki a pénzt. Volt vagy ezer frankom, ötszázat Assuntának a sógornőmnek adtam, a megmaradt ötszázal pedig útra keltem. könnyen ment a dolog, saját bárkám volt, megrakottam, és eleinte jól ment minden. De elég, hogy elkészültem a megrakodással, megfordult a szél, és Négy-öt napba tellett, amíg bekanyarodhattunk a Rónéba. Végre mégiscsak ott voltunk, följutottunk Árléig, bárkámat aztán Bölgárd és Bokler között hagyva megindultam Nîmes felé. Na, remélem, nem sokára ott is leszünk. Hát, bocsásson meg, grófur, de majd megtetszik látni, hogy csupán a legszükségesebb dolgokat mondom el. Akkoriban folytak ott délen azok a rettenetes mészárlások, Három vérengző tigris garázdálkodott akkoriban azon a vidéken, Tresztáljon, trumpfemi és gráfán, kik halomra öldöstek minden embert, akire csak árnyéka is vetődött a bonapartizmus gyanújának. A grófur bizonyára tud, ezekről a gyilkosságokról. Ah, úgy félfüllen hallottam róla valamit, akkoriban nagyon messze jártam Franciaországtól, folytassa. Némsbe érkezve a szószoros értelmében vérben gázolt az ember az utcákon, szanaszét hevertek a holtestek, a gyilkosok csapatonként járták be a várost, és öltek, raboltak, gyújtogattak mindent. Látva ezt a vérontást, roppantul aggódni kezdtem, én nem magamért, kinek egyszerű korzikai halász létére nem voltok a félelemre, sőt, éppen nekem való idő volt ez, mikor az avarosban könnyen lehet halászni, hanem a bátyámért remegtem ki, a császári hadsereg katonája lévén, válrojtos ruhájában indult hazafelé a Loár seregtől. Egyenesen Korcsmárosunkhoz futottam, sejtelmeim nem csaltak, bátyám előtte való este érkezett Nimzbe, és annak a küszöbén dövték le, akinél vendégszerető hajlékot keresett. Megmozgattam minden követ, hogy kikutassam a gyilkosait, hanem annyira rettegett tőlük mindenki, hogy senki sem merte megvallani, ki volt a tettes. Na akkor eszembe jutott, hogy a francia igazság szolgáltatásnál keresse orvoslást, aki, mint mondják, semmitől sem riad vissza, és kihallgatásra jelentkeztem a király ügyésznél. Vél Fornal, kérdezte a lehető legközönösebb hangon Monte Igenis, Gróf úr. Márszájből került oda, hol helyettes király ügyész volt. Hivatalos érdemeiért jutalmazták meg új állomásával. Azt rebesgették, hogy egyike volt a legelsőknek, akik hírül adták a visszatérő császár közelettét. Tehát ön jelentkezett nála. És azt mondtam neki, uram, bátyámat tegnap meggyilkolták a nyílt utcán, nem tudom, hogy kik, hanem önnek kötelessége kipuhatolni. Az igazság szolgáltatásnak Nimsben ön az első ember, s az igazság szolgáltatásnak kötelessége megbosszulni, akit megvédeni nem tudott. Mi volt a bátyja? Kérdezte a királyi ügyész. A nagy a korzikai csapatnál. Szóval a bitorló katonája, ugye? A francia hadsereg katonája, uram. Aki fegyvert fog, fegyver által is kell elvesznie. Csalódik, uram. Mondám, tördöfés ölte meg. Mit akar hát tőlem, mit tehetek én? Mondtam már, hogy bosszulja meg. – De ki csodán? – Hát, a gyilkosokon. – Honnan tudjam én, hogy kik voltak a tettesek? – Kutassa ki. – Hogyan minek? bátja valószínűleg cívódásba elegyedett valakivel és párbaiban esett el. A császári katonák szeretnek egy kicsit garázdálkodni, hanem ami lehetséges volt Napóleon kormány alatt manapság már torkukra for, A déliek nem valami nagyon rajonganak a császáriakért. A garázdálkodókat meg egyenesen a pokolba kívánják. Uram, mondtam neki, nem magam miatt fordulok önhöz. Én elsiratom a bátyámat, azután megbosszolom és mindent elvégeztem, hanem egy gyámolatlan asszony is maradt utána, aki nyomorultul éhen veszne, ha még én is kidőlnék az oldalam elől, hiszen csupán abból élt, amit a bátyám keresett. Elszközöljön ki legalább egy kis nyugdíjat számára a kormánytól. Minden forradalom katasztrófákkal jár. Válaszolt az ügyész. És az ön bátyja is csak annak az áldozata. Minden esetre nagy szerencsétlenség, hanem a kormány ezért még semmivel sem tartozik a családnak. Ha mi mindent meg akarnánk torolni, nem a bitorló elkeseredett hívei a király pártiakkal tettek úgy alig, hanem az ön bátyja is belekerülne a csávába, és talán halára is ítéltük volna már. Ami most folyik itt, Egészen természetes, mert csupán a visszatorlás elvén alapszik. Szemet szemért fogad fogért. És ezt ön mondja? Ön az ügyész? Szavamra, ezek a korzikaiak mind meg vannak háborodva. Azt hiszik, hogy még most is a trónon ül a földiük? Elvétette az időt, kedves barátom, jött volna előbb vagy két hónappal. Ma már később. Hordj el az iráját szép mert ha makacskodik, kidobatom. Egy ideig reméltem még, hogy talán meglágyíthatom, ha könyörgőre fogom a dolgot. Hanem az az ember, kőből volt. Oda léptem hozzá, és azt mondtam neki. Jó, ha ön ismeri a korzikaiakat, akkor azt is tudnia kell, hogy a szavukat beváltják. Ön úgy találja, hogy helyesen cselekedtek, akik bátyámat megölték, mivel a császárhoz húzott, és mivel ön a király híve? Hanem én, aki szintén bonapartista vagyok, szemtől szembe megmondom önnek, hogy megölöm önt. Vejelentem önnek a vendettát. Vigyázzon magára, vigyázzon mindenkire, akit szeret, mert a legelső alkalommal, amikor újra szembe kerülünk, ütött az utolsó órája. És még mielőtt magához térhetett volna, meglepetéséből későrantam az ajtón. Na, ah. Hát ön ilyesmire is képes, Bertucci úr, ezzel a becsületes arcával, mondta Monte Cristo. És méghozzá a királyi ügyészel szemben? Piha! De legalább megértette, hogy ön mit akart mondani azzal a vendettával. Nagyon is jól megértette annyira, hogy azon túl ki nem merészkedett volna az utcára egyedül, s még odahaza is éjjel-nappal elzárkózva élt. Engem pedig kerestetett mindenfelé. Szerencsére olyan jól elrejtőztem, hogy nem tudott rám akadni, annyira félt, hogy nem mert tovább Nimsben maradni, áthelyeztetését kérte, mivel befolyásos ember, át is tették verszájba, hanem ön tudja, hogy a korzikai nem ismert távolságot, hogyha egyszer bosszút esküdött az ellenségének, és bármi lóhalálába sietett is új állomására, csak egy fél nappal előzött meg, pedig én gyalog követtem. Százszor is nyílt alkalma megölni őt, de nem az volt a fő dolog, hogy lefektessem, hanem hogy úgy döfjem le, hogy fölne ne födözzenek, és tömlőc be ne vessenek. még hozzá ettől fogva nem is voltam a magam ura többé, mert gyámolítanom kellett azt a szegény özvegyasszonyt, a zsógornőmet. Három hónapon keresztül leselkedtem Vilforra, és a három hónap alatt nem tehetett egy lépés sem az én tudtom nélkül. Végre nyomára jöttem, hogy titokban ott őbe szokott járni, távolról követve láttam, hogy ebbe a házba lép, de nem úgy jött ide, mint bárki más jött volna, vagyis nyíltan, az utca felüli kapun, hanem lopva súrant be, ezen a kis oldalajton, a nyerges lovat vagy kocsit, amin ide jött, mindig egy közeli fogadóban hagyta. Mondta Krisztó intott a fejével, annak jeléül, hogy megpillantotta a homályban azt az ajtót, amelyet Bertuccio mutatott neki versailles nem volt mit keresnem többé, ide telepettem hát Otöjbe, és kérdezősködtem. Nyilván való dolog, hogy itt kellett megásnom a vermemet, ha meg akartam csípni. A ház, mint a kapus is mondta méltóságodnak, Sammerhán Márkié, Vilfor apósáé volt. Az öreg Márki Márszájban lakott, és a nyaralót sohasem használta. Úgy mondták, hogy egy időben bérbe is adta valami fiatal özvegynek, aki csak Báróné név alatt volt ismeretes. Amikor egy este éppen ott vizsgálódtam a fakerítés tetejében, láttam, hogy egy fiatal és igen szép nő sétálgat egyedül a kertben, amelyre egyetlen ablak sem nyílt a házakból. idegesen tekintgetett a kis ajtó felé, és tisztában voltam vele, hogy Vilfort várja. Amikor közelebb került hozzám, a sötétség dacára is elég tisztán megkülönböztetettem vonásait: Szép, magas, 18-19 esztendős szőkenő volt. Mivel könnyű házi pongyolát viselt, amely alig leplezte körvonalait, nem volt nehéz megítélnem, hogy érdekes állapotban van, mégpedig elég közel a lebetegedéshez. Nem sokára megnyílt a kis ajtó, és egy férfi lépett be rajta. Az asszony, ami sebesen csak tudott elébe futott, átölelték, gyöngéten megcsókolták egymást, és bementek a házba. A férfi vélfor volt, az volt a tervem, hogy mivel a kerten keresztül kell mennie, ott ölöm meg, azon az éjszakán. Az asszony nevét nem sikerült megtudnia azóta? Nem, gróf úr, válaszolt Bertuccio. Nem sokára meggyőződhetik, hogy időm sem lett volna utána tudakozódni. Folytassa. Megölhettem volna még azon az éjjel, de nem ismertem még a kert minden zegét zugát, és attól tartottam, hogy kiáltani talál, ha nem végzek vele egyetlen csapással, és akkor el sem menekülhetnék. Elhalasztottam tehát a legközelebbi találkozóra, is, nehogy elszalasszam valamiképpen az alkalmat, a kert falával szemközt kibéreltem egy kis szobát a mellékutcában. Három napra rá, úgy hét óra tájban este felé, egy legényt láttam kilépni a kapun, ki egyenesen szervé felé vágtatott, és ejtettem, hogy versailles szándékozik, nem csalódtam. Három óra múlva csatakosan tért vissza, eljárt a küldetésében. Tíz perc múlva egy másik gyalogos ember lépett be a kapun, állik köpenyébe burkolozva, óvatosan bezárta maga után az ajtót. Azonnal lefutottam az utcára, bár nem láthattam az arcát, mégis ráismertem a szívem dobogásáról, hogy csak is vilfor lehet. Átjöttem az innenső oldalra, fölhágtam a fal mellett kínálkozó sarokkőre, amelyről első alkalommal vizsgáltam a kertet. Ez egyszer azonban már nem elégettem meg a puszta bámészkodással, hanem megtapogatva a késemet, hogy elég jól ki van -e köszörülve, átugrottam a falon. Első dolgom volt az ajtóhoz szaladni, a kulcs belülről volt beletéve, és elővigyázatból kétszer is megfordítva a zárban. A kulcs birtokában lévén erről az oldalról nem fenyegetett mesedelem. Tanulmányozni kezdtem a helyet. A kert hosszas négyszöget képezett, angolos pázsit szőnyegekkel a közepén, fákkal, sűrű bokrokkal, és a fölburjánzott őszi virágokkal körülszegve. Akár a házból kifelé, akár odáig, Vilfornak jövet menet a bozót mellett kellett elhaladnia. Szeptember vége felé történt a szél valóságos orkánna nőtt, és a halovány hold elmerülve a vágtató felhők szürke forgatagában, csak néha-néha szórta be ezüstjével a ház elé vezető kavicsos utat, de a lomsátor alá még akkor sem tudott behatolni, és így észrevétlenül el lehetett rejtőzködnöm a sűrűségben. Elbújtam a bozodban, közel az úthoz, amelyen vilfornak kellett elharadnia, alig bújtam le, mikor az ágak között elősűvítő szélben, mintha valami fájdalmas nyőszörgést hallottam volna. De, hiszen ön tudja, azaz, hogy is tudhatná gróf úr, hogy az ember, aki gyilkolásra készül, mindig valami csodálatos halk nyőszörgő hangokat hall a levegőben. Eltelt vagy két óra, és azt a nyöszörgést még többször is hallottam. Végre éjfélt kongott a közeli toronyban. Még ez sem hangzott az utolsó kongatás, amikor gyenge világosságot láttam a lépcsőház ablakából fölcsillanni, ott, honnan az imént idejöttünk. Az ajtó fölnyílt, és a köpönyeges ember lépett ki rajta. Itt volt a várva várt több pillanat. Oly régen elhatároztam már magamat, hogy nem éreztem semmi gyengeséget. Kirántottam a késemet, és lesbe lesbeállottam. A köpönyeges ember egyenesen felém tartott, de amint kilépett a szabadba, és felém közeledett, úgy vettem észre, hogy fegyvert szorít a jobb kezében. Nem a küzdelemtől féltem, hanem a kudarctól. Alig lehetett tőlem néhány lépésnyire, amikor észrevettem, hogy amit fegyvernek tartottam, csak ásó a kezében akkor még el sem tudtam képzelni, hogy mit akar azzal az ásóval Vilfor, hanem azután láttam, hogy megállott a bozott szélén, óvatosan maga körül tekint és ásni kezd. Akkor vettem észre, hogy még a köpönyege alatt is hozott valamit, amit most végigfektetett a pázsiton, hogy szabadabban mozoghasson. Bevallom, hogy bosszú vágyamban némi kíváncsiság is vegyült, és mindenáron látni akartam, hogy mit mivel ez az ember, és még a lélegzetemet is visszafolytva néztem és figyeltem. Amikor megláttam, hogy a király ügyész egy kis, alig két lábnyi hosszú, hat hüvelyk, széles ládikát tett le a gyepre, megértettem mindent. Nem zavartam meg a munkájában. A kis ládikát lebocsátotta a gödörbe, azután betömte földdel és letaposta az egészet, hogy minden nyomot eltűntessen. Akkor kirohantam a bozótból és beledöftem késemet a mellébe. Én vagyok Giovanni Bertuccio. Dörögtem rá. Haláloddal fizetsz meg bátyám haláláért, és kincseiddel neje özvetségért. Láthatod, hogy bosszum még jobban sikerült, mint remélni mertem. Nem tudom, hallotta -e szavaimat, vagy nem, de alig hiszem, mert jaj, szó nélkül ragyott a földre. Éreztem arcomba frecsenni a forró vérhabot, de ujjongani tudtam volna a diadalmas mámoromban, az a vér nem, hogy megborzongatott volna, de megittasított. Fölragadtam az ásót és a ládikát hamarosan kivéve, a gödröt betemetve és az ásót áthajítva a falon kirohantam az utcára, kétszer is megfordítva a kulcsot az ajtóban. Ilyen formán, vágott közben Monte Cristo, ez olyan rablógyilkosságféle vállalat volt. A korán sem, gróf válaszolt Bertuccio. Ez csak vendetta volt, és egy kis kárpótlás akart lenni az özvegy számára. És legalább szép kerek summát talált a ládában? Nem pénz volt benne. Gondolom, mondta Monte Cristo. az imént említést tett valami gyermekről. Az volt benne csak ugyan. Meg sem álltam a folyóig, és mivel nagyon furta az oldalamat, hogy mi lehet benne, késemmel feszegettem le a födelét. Egy kis újszülött csecsemő feküdt benne, finom gyolcs pójába burkolva, vörös arcocskája, elkékült kezei nyilván valóvá tették, hogy nagyon közel volt már a megfúláshoz, de mivel még nem hűlt ki egészen, nem akartam a lábaim előtt örvénylő vízbe vetni szegény kis jószágot. Nem sokára éreztem is, hogy újra megindul a szívverése, megszabadítottam folytogató kötelékeitől, és mivel a Bastia kórházban ápoló voltam valamikor, és értettem valamit az efféle dolgokhoz, úgy cselekedtem, mint az orvosok szoktak ilyen esetben, vagyis levegőt fújtam a tüdejébe, és egy negyed órai bajlódás után elértem, hogy szabadon lélegzett, és azonnal elkezdett keservesen sírni. Szinte én is vele sírtam volna, csak hogy örömömben a mindenható Isten mégsem sújt le bűnömért, mert megengedte, hogy én gyújtsam meg az élet mécsesét egy parányi jószágban cserébe azért, hogy kioltottam egy emberét. – És mit tett azzal a gyermekkel? – kérdezte Monte Cristo. A szökésben csak gátolhatta volna ez a teher. – Egy pillanatig sem volt szándékomban magamnál tartani. Tudtam, hogy Párizsban vannak lelenc házak, ahol fölnevelik ezeket a szánandó apróságokat. A az érve azt mondtam, hogy az utcáról szedtem föl a gyermeket, és kérdezősködtem. A ládika, a batiszt pója hihetővé tette, amit mondtam, és megállapították, hogy a gyermeket vagyonos szülők tehették ki, a vérfoltok pedig a gyermektől származhattak rám. Nem is faggattak tovább, hanem útba igazítottak. A gyermek menedékhely az Enfer utca végén volt, elővigyázatból ketté vágtam a póját, pedig úgy, hogy a betűjelzés mind a két darabján megmaradjon. Az egyiket azután újra a gyermek körül csavartam, a másikat pedig megtartottam. Terhemet azután letettem a kapu elé, megrántottam a csengőt és elinaltam. Két hét rá már ismét Rogliánóban voltam, és azt mondtam Aszuntának, Vigasztalódjék, hugomasszony, Izrael meghalt, de halálát megbosszultam. Természetesen el kellett neki mondanom aprajára mindent. Giovanni, mondta Aszunta, el kellett volna hoznod azt a kis kölyköt, mi is fölnevelhettük volna. Benedetto lett volna a neve, is, ezért a jó cselekedetért még az Isten is megáldott volna bennünket. Minden felelet helyett megmutattam a pólyan állam maradt felét, amit a végből tartottam meg, hogy visszakövetelessük a gyermeket, ha mégiscsak föltalálnánk mergödni valamikor. És miféle betűk voltak a póján? kérdezte Monte Cristo. Egy H és egy N betűk, a fölött pedig bárói korona, a jellemző gyöngyfűzérel. Ejha, Bertucsi úr, Ön még ezeket a kifejezéseket is tudja? Talán még heraldikával is foglalkozott. Igenis, is, gróf úr, az ember idővel mindenre rászorulhat. folytassa tovább, két dologra vagyok különösen kíváncsi. És pedig mire, gróf úr? Mi lett abból a kis fiúból? Nem fiút említett az imént Bertucci úr. Nem emlékszem, hogy említettem volna. Előttem úgy rém de úgy látszik csalódtam. Nem, nem méltóztatott csalódni, csak ugyan fiúcska volt szegény, hanem méltóságot, két dolgot óhajt meg tudni, Mi legyen a második? Na, arra vagyok kíváncsi, hogy micsoda bűnnel vádolták önt, amikor gyóntató papot kívánt, és Bastoni abbé kereste föl a Nimsi börtönben. Hát, nagyon is hosszúra nyúlna az a história, méltóságos uram. Nem tesz semmit, Legfőjebb tíz óra van, és tudja, hogy én ilyenkor még sohasem fekszem le, és úgy veszem észre, hogy ön sem kívánkozik valami túlságosan az ágyba. Bertuccio meghajolt, és folytatta elbeszélését. Részint azért, hogy eltereljem gondolataimat azokról a rettentő emlékekről, részint pedig, hogy a szegény özvegyen segítsek valamiképpen. Újra belefogtam a csempész mesterségbe is, mivel a forradalomra következő időben mindig lanyhábban hajtják végre a törvényt, könnyebben és akadálytalanabbul űztem, mint valaha. A déli partvidéket addig őrizték az örökös zendülés miatt, amely hol Avignonban, hol Nîmesben, hol Uzezben tört ki. Ezt a fegyverszünetet igyekeztünk kizsákmányolni, és a partvidék valamennyi csempészével egy kézre játszottunk bátyám megöletése óta nem volt lelkem többé nimzbe menni. Mikor a korcsmáros, akivel állandó üzleti összeköttetésben voltunk, látta, hogy nem megyünk többé hozzá, fölkapta a sátorfáját, és ő jött hozzánk, egy kis csárdaféle útszéli kocsmába költözve, a Belgrád és a Boker között futó országút mellett. Cégérére a Zsárdi híd képét festette. A környéken Ögi Mordban Mártigében, Bokban, és még egy sereg más helyen raktáraink voltak, hol nem csak a csempészet hol, mit helyezettük el, de ahol mink magunk is menedéket találhattunk a vámőrök és zsandárok elől. A csempész mesterség sokat hoz a konyhára, ha az ember kisé ravaszabbul és eléggé élelmesen űzi, én bizony elvonultam a hegyek közé, mert kétszeres okom volt tartani a csendőröktől, mivel a törvényszék előtt talán a múltba is visszanyúlt volna egy kisé a vizsgálat, és akkor talán komolyabb dolgot is rám bizonyíthattak a csempészett szivaroknál és pálinkás átlagoknál. Mivel pedig ezerszerte szívesebben néztem volna szembe a halállal, mint hogy elfogjanak, igazán remekeltem is. Nem egyszer megbizonyosodtam róla, hogy nagyon sokszor csupán az akadályoz meg bennünket a gyors cselekvésben és a vakmerő tervek merész kivitelében, hogy nagyon is féltjük az írhánkat. Aki csak egyetlen egyszer kockára tette már az életét, különb a többieknél, és aki elhatározta, hogy bármikor kockára fogja tenni, tízszeresen érzi erejét, és működési köre is megbővül. Á, már filozófális Bertucci úr, szakítá félbe a gróf. Úgy látszik, ön mindenbe belekóstolt már életében. Hát bocsásson meg, méltóságos uram. Egy kissé későre jár már az idő bölcselkedésre, hanem azért nincs egyéb megjegyzésem rá, mint hogy szabatosnak találom, amit nem minden filozófiáról lehet elmondani. A mesterségem tehát egyre szélesebb körre terjedt, és egyre gyümölcsözőbbé élet. Asszunta vezette a háztartást, és vagyonkánk egyre gyarapodott. Egyszer, mikor új vállalatra indultam, azt mondta a sógorasszony, visszatértetkor egy kis meglepetéssel várlak. Hiába faggattam, nem akart kivallani semmit, s én útra keltem. Hat hétig tartott a vállalat, Lucsában olajjal, Livornóban angol gyapjúval rakottunk meg, áruinkat minden baj nélkül partra szállítottuk, túlladtunk a portékán és végig tértünk haza. Mikor beléptem a házba, az első dolog, ami szemembe ötlött, asszunt a szobájában egy, a berendezéshez képest ugyancsak pompás kis bölcső volt benne egy kis 7-8 hónapos csecsemő. Szinte fölsikoltottam nagy örömömben. Azoknak a szomorú perceknek az oka, amely a király ügyész meggyilkolása óta el-elfogott, tulajdonképpen inkább az a gyermek volt, akit elhagytam. Hogy mondanom sem kell, hogy a késdöfés sohasem okozott lelkifurdalást. Azt jól a szívem belátott, fölhasználta távol létemet, és mivel a pólya megmaradt felére, még föl is jegyeztem a napot és órát, amikor a gyermeket a lelencáz kapujába tettem, Párizsban minden nehézség nélkül átadták neki a kisfiút. Bevallom, gróf úr, hogy amikor megpillantottam ezt a kis jószágot ott a bölcsőben szenderegni, föl a mellem, és két köntsebb gördült alá a szememből. Azt tört ki belőlem a szó. Derék asszony vagy, és a gondviselés meg is fog áldani érte. Ez már nem olyan szabatos, mint a filozófiája, mondta Monte Cristo. Igaz, hogy ez csupán a híd dolga. Ó, méltóságos uram, mennyire igaza van. Ebben a gyermekben büntetett meg engem az Isten. Soha még elvetemültebb természet nem nyilatkozott meg kifejletlen lélekben, pedig nem lehetne mondani, hogy elhibázott lett volna a nevelése, mert az asszony úgy bánt vele, mintha a magáé lett volna. Külsejére nézve helyes gyermek volt, különben világoskék kék szemei olyanok voltak, mint a kínai porcelánkék kék sávjai, melyek oly szépen olvadnak össze a fehér alapszínnel, csak hirtelen szőke haja adott valami különös kifejezést arcának, mit sunyi tekintete és kaján mosolya még visszataszítóbbá tett. Azt mondja a példabeszéd, hogy vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó. No hát, ez kutyául bevált Benedettóra, mert kölyök korától fogva megáltalkodott gonosz volt mindig. Igaz ugyan, hogy asszunta is megrontotta kezdetben a folytonos dédelgetéssel. Szegény sógor asszony néha négy-öt mérföldet is gyalogolt, hogy valami csemegét vagy nyalánkságot hozhasson neki a városból, hanem azért az a kölyök csak jobban szerette a szomszéd kertből lopkodni a gyümölcsöt, pedig a mi kertünkben is ott volt az óra előtt az almafa meg a gesztenye. Benedetto 5-6 esztendős lehetett már, amikor Vaszílió szomszéd, ki a mi földünk szokása szerint nem tartotta zár alatt sem a pénzét, sem egyéb értékes holmiát, mert hiszen, mint tetszik tudni, Korzikában nincsenek tolvajok. Hát, mint mondom, Vaszílió szomszéd csak beállít egyszer hozzám, elpanaszolva, hogy eltűnt egy arany az erszenyéből. hallgattuk, hogy bizonyára elszámította magát, hanem ő erősködött, hogy bizonyos a dolgában. Aznap Benedettót reggel óta nem láttuk már, és aggódtunk miatta, mikor este felé mégiscsak haza került, ölében egy majommal, amelyet, mint mondá, egy fához kötve talált. Egy hónap óta motoszkált már a fejében az a gondolat, hogy valamiképpen szert tegyen egy majomra. Valami vándor komédiás Rogliánóban, ki mindenféle állatmutatványával egészen elcsavarta a fejét, és valószínűleg ez vezette arra a szerencsétlen gondolatra, a mi erdeinkben nincsenek majmok, és különösen a fához kötve. Vald be hát szépen, hol szerezted ezt az állatot? Faggattam a gyermeket. Benedetto egészen belemelegedett, és oly kimerítő részletességgel rögtönzött egy mesét, amely inkább képzelő erejének vált becsületére, mint igazság szeretetének. Dőbe jöttem. Kinevetett. Megfenyegettem, és két lépést hátrált. Meg ne üs, nincs jogod hozzá, nem vagy az apám. Sohasem tudtuk meg, hogy kitől tudta meg ezt a végzetes titkot, mit oly gondosan rejtegettünk előle. De bármiképpen jött is nyomára ez a felelet, mely hű tükre volt jellemének, nagyon megdöbbentett, és karom lehanyatlott anélkül, hogy a gyerekhez nyúltam volna. Diadalmaskodott, és ez a győzelem még arcátlanabbá tette. Annyira, hogy ettől fogva asszunta, ki annál jobban szerette, minél kevésbé volt méltó szeretetére, most már még többet költött rá, és a kölyöknek sikerült is kivinnie nála mindent, amit csak akart. Ha odahaza voltam, én csak féken tartottam egy kisé, de alig tettem ki a lábamat a házból, már Benedetto volt az úr, és egyre jobban garázdálkodott. Alig volt tizenegy esztendős kamasz, de már fölserdült legényekkel barátkozott, természetesen a Bastia és Korte környékbeli legvásottabb suhancokkal, és már a hatóság is szemet vetett rá, és bennünket is megint tettek, bár csinyei olykor többet értemeltek volna egyszerű megrovásnál. Megrémültem. Az efféle vizsgálatoknak esetleg gyászos következményei lehettek volna rám nézve. Valami nagyon fontos vállalat érdekében éppen elfelé készültem Korzikából. Jól meghánytam, vetettem a dolgot, és elhatároztam, hogy nagyobb bajt kerülendő magammal viszem Benedettót is. Reméltem, hogy a csempész életmód és a szolgálati fegyelem megtöri ezt a hajthatatlan elemet, amely már-már a romlás örvényébe került. Négy szem közt soká a lelkére beszéltem, és kecsegtettem mindennel, ami csak hatással lehet egy tizenkét esztendős hederre. Bevárta, amíg befejezem a mondókámat, aztán a szemem közé kacagott. megbolondult bátyó! Így nevezett olyankor, amikor jó kedvében volt. Csak nem gondolja talán, hogy ezt a pompás életmódot fölcserélem azzal a küzdelmes hányódással, amit ön folytat? Dideregni éjjel, izzadni nappal, bujkálni, rejtőzködni szüntelenül, mert lelőnek, mint a kutyát, ha észrevesznek? És mindezt azért a pár garasért? Ha annyi pénzem van, amennyit akarok. Azt mondta, annyit kapok, amennyi csak kell. Csak nem ment el az eszem, hogy elfogadjam az ön ajánlatát? Egészen elrökönyödtem ezen a szemtelenségen és józanságon. Benedetto visszatért a pajtásaihoz, és láttam messziről, amint csúfondárosan rám mutogat. Jeles, fickó, mormolta Monte Cristo. Ó, hogy az enyém lett volna, vagy ha már nem a fiam, de legalább valóságos unakölcsém lett volna, bizonyára sikerül jó útra terelnem, mert a tiszta lelki ismeret erőt adott volna hozzá. Hanem az a gondolat, hogy azt a gyermeket ütöm meg, akinek az apját megöltem, képtelenné tett minden fenyítésre. Sógornőmnek, aki megvallotta, hogy már egy-néhányszor nevezetes összeg tűnt el a szekrényéből, jó tanácsokat adtam, hogyan óvakodhatik legjobban a házi tolvajtól, és megmutattam, hogy hová rejtheti csekéke pénzünket. Én magam pedig elhatároztam valamit. Benedettónak nagyon jó feje volt, kitűnően írt, olvasott és számolt, s ha hébe korba Elragadta a buzgalom, többet tanult egy nap alatt, mint mások egy héten keresztül. Elhatároztam, hogy beszerzem valamiképpen irodai szolgálatra egy hajón, amely nagyobb útra indul, de mégpedig úgy, hogy a fiú meg ne előre, és egy szép reggel csak arra ébredjen, hogy hajón van. Ilyen formán a kapitány figyelmébe ajánlva, további sorsa egyedül tőle magától függ. Akkoriban utaztam el Franciaországba. Ezúttal a Lioni öbölben kísérleteztünk, hanem az üzlet rosszabbul ment már, mint annak előtte. A nyugalom tökéletesen helyreállt, és ebből kifolyólag a parti szolgálatra is több ügyet vetettek, és a vám vonalat még szigorúbban tartották szemmel, mint valaha. Méghozzá éppen akkoriban nyílt meg az országos vásár Bokerben, ami még egy okkal több volt arra, hogy résen álljanak. Eleinte jól ment minden. Vakmerően horgonyoztunk egy csoport hajó között, amelyek a Ron partja mentén két sorban álltak Bokertől Árleig. A bárkának természetesen kettős feneke volt, hová kényelmesen elrejthettük a cseppészet holmit. Még megérkezésünk elején elkezdtük bizalmas embereink és orgazdáink segítségével partra szállítani a tiltott portékát. Nem tudom azért, mert túlságosan elbizakodtunk, vagy talán mert elárult valaki, elég az hozzá, hogy este úgy öt óra tájban, amikor éppen falatozni kezdtünk, lélek szakadva ront be a kis hajósinas, hogy a egész csapat vámőr tart egyenesen felénk. Nem a számoktól rémültünk meg, hiszen többet is láttunk már a Ron partjai mászkálni, hanem attól a ravasz óvatosságtól, amelyel hirtelen ott termettek. Felugráltunk, hanem akkor már késő volt, a bárka körül volt fogva. Néhány csendőrt is észrevettem közöttük, és bármi bátran szembeszálltam máskor még a katonákkal is, most nagyon megrémültem. Lefutottam a hajófenékbe, és egy csapó kibújva, úszva menekültem el a víz alatt, csak olykor-olykor bukkanva föl a víz színére, hogy lélegzetet vegyek. Sikerült is észrevétlenül eljutnom abba a kis csatornába, amely a Ront, a bokker és ásné Mort között húzódó csatorna ággal köti össze. Itt már nem volt mitől tartanom, mert idáig nem láthattak a töltés miatt. Minden baj nélkül jutottam el tehát a csatornába. Nem puszta véletlenségből választottam ezt az utat. Említettem már méltóságodnak, hogy az egyik ismerősöm, aki valamikor Nimsben kocsmároskodott, a Belgrádból Boker felé vezető országút mellett nyitott meg egy kis fogadót. Emlékszem, tökéletesen emlékszem még rá, válaszolt Monte Cristo. Ez a derék ember, ha nem csalódom, üzlettársuk volt. Igen, úgy van, Valamikor a szabó mesterséget üzte Márszájban, hanem belebukott, és most ilyen módon akart újra szerencsét próbálni. Magától értetődik, hogy a fogadó előbbi tulajdonosával folytatott apró cseprő üzleteinket az új csaplárosra is átruháztuk, és ilyen formán nála biztos menedékre gondoltam találni. – Hogy hívták azt az embert? – kérdezte a gróf, kit most már némileg érdekelni kezdett Bertuccio elbeszélése. – Gaspar Kaderusz volt a neve, és egy kárkontei lányt vett feleségül, akit nem is nevezett soha másként, mint a szülőfaluja nevéről. Szegény asszonyt szüntelenül a mocsárlás gyötörte, egészen belesorvat. Kadarusz 40-45 esztendős, markos ember volt akkoriban, aki bizonyos körülmények között nem egyszer tett már bizonyosságot bátorságról és léleg És mit mondon, mikor történt ez a dolog? 1829-ben grófur. Melyik hónapban? A júniusban? Az elején vagy a végén? A harmadikán este? 1829. június harmadikán. Jól van, folytassa. Kaderusznál kerestem tehát menedéket, rendszerint még közönséges alkalmakkor sem szoktunk hozzá az utcára nyíló kapunát bemenni, most sem akartam tehát eltérni a szokásoktól és csak úgy másztam át a kerítésem, mint egyébkor, és áttörve magamat a sűrű bozoton és vadfüge bokrokon, attól tartva, hogy valami utas még betérhet a csárdába, fölbáztam egy pajta féle zugba az ivó fölött, hol a szénán már egy néhányszor olyan pompásan eltöltöttem az éjszakát, hogy peljes ágyban sem jobban. A pajtát a földszinti IVO szobából csak deszka padolat választotta el, melyben még annak idején lyukakat fúrtunk, hogy bármikor, kileshessünk az alkalmas pillanatot, amikor bátran lekiálthatunk, hogy megérkeztünk. Úgy okoskodtam, hogy ha Kaderusz egyedül van, nála fejezem be a félbehagyott vacsorát, és fölhasználva a nagy riadalmat, visszatérek valahogy a Ron partjához, megtudni, hogy mi történt a párkával és bajtársaimmal. Meghúzottam a széna között, és nagyon okosan cselekedtem, mert éppen akkor lépett be Kaderusz az ivóba valami idegennel. Meg sem és füleltem, nem volt ugyan szándékobban kilesni az én derék, ór, titkait, hanem mit tehettem volna egyebet, különben tízszer is történt már ilyesmi. Nyilván idegennek kellett lennie dél-franciaországban, aki Kaderuszt követte. Olyan vándorkereskedőféle volt, aki lerándult drága köveivel a Bokeri Országos Vására, és mivel ezen az egy álló hónapig tartó vásáron Európa minden részéből egybe sereglenek a kalmárok és vevők, akár 150 ezer frank készpénzt is vihet haza. Kaderusznak nagyon széles volt a kedve. Mivel az ivószobát, mint rendesen most is üresnek találta, kivéve hűséges komondorát, amely tőle telhetőleg igyekezett az elmaradt vendéget pótolni, fölkiáltott a feleségéhez. Hé, Kárkont! Az, az emberséges pap csak ugyan nem csapott be. Az a kő, valóságos gyémánt! Hallottam öröm kiáltásait, azután a lépcsők recsegését, mikor a betegségtől elgyengült asszony nehézkes léptei alatt csikorogtak. – Mit mondasz? – kérdezte az asszony fehér ebben a falnál. – Hogy az a kő valóságos gyémánt, és hogy ez az úr, aki Párizsban egyik a legelső égszerészeknek hajlandó érte, 50 ezer frankot ide olvasni az asztalra. Csak arról szeretne még megbizonyosodni, hogy a gyémánt csak ugyan a miénke, és szeretné, ha te is elmesélnéd, hogy minő csodálatos úton modon került hozzánk ez a drága kő. Addig is E tessék helyet foglalni, uram, és mivel ugyancsak nagy a meleg odakint, szívesen szolgálok egy kis frissítővel. Az égszerész figyelmesen körülnézett az ivóban, és a szembeszökő földhöz ragadt szegénység láttára különösnek találta, hogy innen került eladásra a gyémánt, amely inkább fejedelmi kistárba való volt. Kezdje el, asszonyom, Monddá bizonyára a férj távolléti akarva fölhasználni, nehogy csak egy intéssel is befolyásolni találja az asszonyt. Kétség kívül szerette volna tudni, hogy egybe hangzik-e a két elbeszélés. Valósággal az Isten áldása köszöntött be hozzánk olyan váratlanul uram, kezdte pergő nyelvel az asszony. Képzelje csak, az uram barátságban volt sok idővel ezelőtt valami Edmond Dantes nevű tengerészsel, Kadarus réges réges-régen megfeledkezett már róla, hanem az a derék fiú nem feledte el, és rá testálta ezt a drága követ. És honnan szerezte ő ezt a gyémántot? kérdezte az ékszerész. – Ővé volt már akkor is, amikor tömlöcbe vetették, mint az ura mondja? Nem, uram. Akkor még nem is tudott felőle hanem a börtönben valami dubus gazdag angolt ápolgatott, és mivel oly önfeláldozóan viselte gondját vele szemben, mintha testvére lett volna, megajándékozta ezzel a kővel, mielőtt elhagyta volna a börtönt. Szegény Dantész nem érte meg, hogy kiszabaduljon, ott pusztult el a börtönben, és halálos ágyán ránk testelt a gyémántot, mit ma reggel hozott el az az emberséges Abbé, aki ráadta az utolsó kenetet. Szakasztott, így mondta el az ura is kormolta fogai között a kalmár. Egyéb iránt, bármi valószínűtlennek látszik is, nem lehetetlen, hogy valóság, amit mondtak. Most már csak az ár van hátra, azt hiszem, nem lesz nehéz megegyeznünk. Az ár? Hiszen már megegyeztünk, és ön megígérte a kívánt összeget. Szólt a belépő Kaderusz. Az az, hogy 40 ezer frankot ajánlottam érte. <hah> 40 ezer frankot szörnyűködött Kárkont. Annyiért bizony nem vesztegetjük el. Az abbé azt mondta, hogy a kő magában véve 50 ezer frankot ér. Hogy hívták azt az abbit? Faggatta tovább a kalmár. Buzoni abbé volt a neve. Úgy hát idegen? Igen, valami olasz. Azt hiszem, Mantua környékéről. Mutassa csak kérem azt a gyémántot, szeretném még egyszer megvizsgálni. Első látásra nem mindig ítél helyesen az ember. Kaderus elővette a kis fekete börtokot, fölnyitotta és átnyújtotta az égszerésznek, Mintha most is látnám, milyen mohon tapadtak arra a magyaró nagyságú gyémántra, kárkont, kabzsiságtól lázban ég összemely. És mit gondolt ön magában erről az egész dologról, igen tisztelt, leskelődő úr? kérdezte Monte Cristo. Elhitte azt a mesét? Elén méltóságos uram, mert hogy Kaderusz nem alávaló ember. Arra hitet mernék tenni, és bizonyos vagyok felőle, hogy az a kő nem volt rablott jószág. Ez becsületére válik a szívének, ha nem is emberlátó erejének, kedves Bertuccio. Ismerte talán azt a dante is, akiről azok beszéltek? Nem, Gróful, nem hallottam én arról az emberről soha semmit, addig és azóta is egyetlen egyszer, amikor Buzoni Abbé említette még a Nimsi börtönben. Jó, folytassa tovább. A kalmár kivette tokjából a gyűrűt, azután előszette apró acél szerszámait, s egy finom kis mérleget Azután az arany foglalat apró karmocskáiból kifeszegette a követ, és a mérleg serpenyőjébe téve hajszálnyi pontossággal megmérte. 45 ezret adok érte, hanem egy petákkal se többet, különben sincs nálam több pénz, mint amennyit rászántam a gyémántra. Az a legkevesebb, mondták Kaderusz, visszamegyek én önnel szívesen a városba azért a hiányzó 5000 frankért. Nem, mondta a kalmár, visszaadva a gyűrűt, és a követ. Egy szóval sem ért többet, és szinte bánom, hogy annyit is ígértem érte, mert most vettem észre, hogy egy kis bibe van a dologban, és a kő hibás. De mivel kimondtam már, hát legyen 45 ezer frank, ennél többet nem adok, mert nem is adhatok. Tegye vissza legalább a követ oda, kivette, rikácsolt rá elkeseredve kárkont. Szívesen! És visszatette a követ a foglalatába. Jól van, jól van, mondta Kaderus visszatéve Tokjával együtt a zsebébe. Akad más, ha ön nem veszi meg. Igen ám, hanem az a más, majd nem veszi olyan könnyen a dolgot, mint én. Nem fogja olyan könnyen elhinni ezt a históriát, mert elvégre is nem éppen természetes dolog, hogy olyan ágról szakadt embernek, mint ön, ekkora gyémántja legyen. Az a más valaki azután egyszeriben följelenti a hatóságnak, buzoni abbét kutatni fogják, mert manapság már fehér holó az olyan abbé, aki 2000 arany értékű gyémántokat osztogat, szóval a törvény beleavatkozik a dologba, és ha százszor ártatlanok is olyan szépen a hűvösre kerülnek, hogy ki sem szabadulnak, vagy egy fél esztendeik, hanem akkorra a gyűrűnek réges-régen lába kelt már, mert még az is nagy szerencse lesz, hogyha egy három frankos hamis követ kapnak vissza a gyűrűvel, ehelyett a gyémánt helyett, amely lehet, hogy megér ezer frankot, talán ötvenötöt is. Hanem azt csak be kell látniok, ok, hogy az ember sok mindent kockáztat, amikor ilyesmit megvásárol. Kaderus meg a felesége integettek egymásnak a kalmár háta mögött. Nem, mondta Kaderus. nincs annyi pénzünk, hogy öt ezer frankot kidobjunk az ablakon. Tegye, amint jónak látja, kedves barátom, válaszolt az ékszerész, pedig amint látja, csinos összeget hoztam el érte. És a zsebébe markolva egy marék aranyat csillogtatott a kocsmáros káprázó szemei elé, másik zsebéből pedig egy csomó bankjegyet húzott ki. Látszott Kaderusz arcán, hogy erősen küzd magával, és kedvesebb volna neki az a halom pénz, mint az a tokba szárt Oda súgott a feleségének, mit gondolsz, asszony? Ad oda neki, mert ha üres kézzel megy vissza a városba, első a dolga lesz följelenteni bennünket, és amint mondja, bajos lesz azután buzoni abbét újra előkeríteni. Legyen hát, odaadom 45 ezer frankért, mondta Kaderus. Ha nem az asszonynak egy nyakra való aranyláncot nekem meg egy pár ezüst csatot adjon ráadásul. A kalmár egy hosszúkás lapos dobozt vett elő a zsebéből, amelyben e féle portéka volt. Tessék, válasszanak. Ilyen csekélységem még nem fogunk fönnakadni. Az asszony azután kiválasztott egy aranyláncot, amely alig ha ért többet öt aranynál, az ura meg egy pár tizenöt frankos ezüst csatra vetett szemet. Remélem, hogy most már semmi okuk sincsen a panaszra. Hé, hey, hiszen hogyha nem mondta volna az abbé, hogy ötven ezer frankot is megér. Ugyan menjen telhetetlen ember, szólt a kalmár, kivéve kezeiből a követ. 45 ezer frankot olvasok le ide készpénzben, ami 2500 frank évi jövedelmet jelent, vagyis annyit, amelyvel magam is beérném, és ön még sincs megelégedve? Hol van az a 45 ezer frank? Ide vele! Mordult rá nyersen Kaderusz. Itt van, itt van, tessék! És aranyban olvasott le 15 ezer frankot az asztalra, a többi 30 ezeret pedig bankjegyekben tettem elé. Várjon, amíg meggyújtom a lámpát, szólt Kárkont. Sötétes van már, az ember könnyen megtévedhet. Közben csak ugyan beesteledett, és. vagy egy fél óra óta ugyancsak zimankos idő járt odakint. Villám-villámot ért már, az előbb még távoli dörgés egyre közelebb csattogott, de sem a Kalmár, sem Kaderusz, sem Kárkont nem vettek róla a tudomást, annyira hatalmába kerítette, mint hármukat a nyerészkedés démona. Még rám is különös hatással volt annak a sokaranynak és bankjegynek a megpillantása. Mint néma álmaimban úgy éreztem, hogy meg sem tudok mozdulni. Kaderusz kétszer is megolvasta a pénzt, azután odatolta az asszonynak, hogy ő is olvassa meg, az égszerész pedig gyönyörködött a gyémántjában, és meg megcsillogtatva a lámpa sugaraiban, színes szikrái mellett észre sem vette a zivatart, amely villámaival már az ablakon is föl-fölcsillant. Megolvasták-e már? kérdezte a kalmár. Megrendben van. Kárkont, hozd ide a tárcát, és keres hamarjában valami zacskót. Kárkont előkeresett az almáriumból valami ócska bőrtárcát, amelyből néhány elsárgott levelet kivéve megtömte a bankjegyekkel, azután az asztalra tette a pénzez zacskót is, amelyben két, három, hat frankos talér lézengett. Minden valószínűség szerint egész vagyonuk. Bár közel tízezer franktól fosztott meg bennünket, azért szívesen látjuk egy kis áldomásra. Maradjon vacsorára nálunk! E, köszönöm, szabadkozott a kalmár, későre jár már az idő, a feleségem aggódni fog, ha nem térek vissza idején. Órájára tekintve elkáromkodta magát teringetét. Tízre jár már az idő, éjfél előtt alig ha érek már Bokerbe. Á, Isten velük, kedveseim, ha úgy véletlenül összekerülnek megint a jó buzoni abbéval, ne feledkezzenek meg rólam. Egy hét múlva ön már nem lesz Bokerben, mert jövő héten már vége van a vásárnak. Baj is az. Írjanak csak Párizsba. Johannes... Palais Royal Galerie a Pierre 45. Ha érdemes lesz, magam jövök érte. Rettentő csattanással zendült meg odakünn az ég, s a dörgést olyan vakító villám kísérte, hogy még oda a szobában is szinte elhomályosította a lámpavilágot. Ilyen zimangos időben igazán kár volna útra kelni, mondta Kaderus. Á, miattam töröket, én ugyan nem tartok tőle, válaszolta Kalmár. Az úton állótól sem? kérdezte Kárkont. Az országút sohasem biztos a nagy vásár alatt. Az utonálok számára is ellátta magamat valamivel, és egy pár laposan megtöltött kis pisztolyt vett elő a zsebéből. Ezek a kiskutyák ugatnak is, meg harapnak is egyszerre. Ezekkel gyűlik meg a baja annak, aki megkívánja az ön gyémántját Kaderusz bácsi. A házas pár jelentős tekintetet váltott, mindkettőjükön egyszerre valami borzasztó gondolat villanhatott keresztül. Akkor hát, szerencsés utat kívánunk, mondta Kaderusz. Az égszerész megköszönte, és fölkapva botját, mit a söntés mellé állított, eltávozott. Mikor kinyitotta az ajtót, oly heves széroham csapott be rajta, hogy még a lámpát is csak nem kioltotta. Hely az ördögbe! Két mérföldet megtenni ebben a kutya időben? Ugyan maradjon itt, hiszen nálunk is pompásan megalhat. Hát persze, hogy itt marad, segített az urának még kárkont is, kisé remegő hangon. Olyan ágyat vetek, hogy még... Köszönöm, nem maradhatok. Okvetlenül pokerbe akarok hálni. Isten örökkel! Kaderusz a külszöbbig kísérte. Pokoli sötétség van idekint. Egy arasznyira sem látok. Szólalt meg a kalmár már a házon kívül. Azt sem tudom, jobbra tartsak-e vagy balra? Csak jobbra mindig, kiáltott neki Kaderusz. Nem tévesztheti el az utat, hiszen mindkét oldalán fák vannak egészen a városig. Köszönöm, jó utat, taposok már, hallatszott egyre távolabbról a hangja. Ugyan, csukd már be azt az ajtót, nem szeretem, ha nyitva van, amikor török. És különösen, amikor pénz van a háznál, ugye? törmögte Kaderusz, hanem azért kétszer is megfordította a kulcsot a az zárban. Aztán egyenesen a szekrényhez sietett, elővette újra a pénzes tárcát meg a zsákot, és harmadszor is nekiültek az olvasásnak, és újra megszámlálták az aranyat és a bankjegyeket. Sohasem láttam még két olyan arcot, mint aminőt az a pislogó lámpa megvilágított. Az asszonynak mohón a pénzre tapadó képe valósággal undorító volt. Örökös láza most kétszeres erővel tört ki rajta. Sápadt arca ólom színűvé vált, mélyen beesett szemei lángoltak. Aztán halk, rekettes hangon szólalt meg. Miért akartad itt marasztalni? Kaderus megremegett. Hát csak azért, mert... Mert, mert, mert de nagyon bajos dolog ilyenkor bokerbe menni. Ah, mondta az asszony szinte leírhatatlan kifejezéssel. Azt gondoltam, hogy egészen más okból tartóztatod. Asszony, asszony, kiáltott föl képéből kikelve Kaderus. Miért vannak ilyen gondolataid, és ha már vannak, miért nem folytod magadba? Egyre megy, hogy folytogatom-e vagy kimondom. Azért te mégse vagy férfi, Gaspar. Miért? Mert ha férfi voltál, az az ember innen ki nem tette volna a lábát. Asszony! De még most se érne bokerbe, ha férfi volnál. Asszony! Ordított rá Kaderusz. Ő az ország országúton megy, és a fordulóig a csatorna mentén elébe lehetne kerülni. Ne az Istent, asszony! Hallod? Hallod? Lecsapott valahol, mert rettentő csattanás kísérte azt a villanást, amely átszikázott a szobán, s oly sokáig lobogott kékes világ benne, mintha sajnálta volna elhagyni ezt az átok verte házat. Jézusom, kiáltott föl kárkont, keresztet vetve. Csak nem ugyanakkor, még a rémület csöndjében, mely a villámcsapást rendesen követni szokta, koppogtatás hallatszott az ajtón. A házas pár riadtan tekintett egymásra, és mindketten reszkedtek. Ki jár odakint? kiáltotta Kaderusz. Hirtelen összeseperve az asztalon heverő pénzt, és betakarva a tenyerével. Én vagyok. De kicsoda az az én? Ej, hát, Johannes, az égszerész. Látod? Látod, élek, te? Súgta az urának Kárkont utálatos mosolygással. Hát az Istent kísértettem én, hiszen maga az Isten küldi vissza nekünk. Kaderusz sápattal lihegve hanyatlott végig a széken hanem Kárkont sietve lépett az ajtóhoz és kinyitotta. Jöjjön! Isten hozta kedves Johannes úr! Ej, valamennyi ördög ellenemes küdött, nyitott be, bőrigázva a kalmár, hogy ne mehessek vissza bokerbe. E nehogy két szék közül a padalá alá kerüljek, e mégiscsak elfogadom a szíves meghívást, és éjszakára itt hálok meg. Kaderusz matyogott még néhány szót, de nem mert a kalmár szemei közé nézni, Kárkont kétszer fordította meg a kulcsot a kalmár mögött becsapódó ajtóban. 14. Véreső A kalmár gyanakodva tekintgetett maga körül, amikor belépett, de nem kelthetett benne aggodalmat semmi sem. Kaderusz még mindig rajta tartotta kezeit az aranyhalmon, és Kárkont oly nyájasan mosolygott vendégére, amint csak tőle telett. – Áh, ah, 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 szólalt meg a kalmár, úgy látszik, még most sem bíznak a számadásban, mert távoztam után, újra megolvasták a pénzt. – Nem, válaszolt Kaderusz, hanem olyan váratlanul, hogy hihetetlenül köszöntött be hozzánk a szerencse, hogy álomnak kellene tartanunk, ha nem látnánk magunk előtt kézzel fogható bizonyítékait. Az ékszerész elmosolyodott. Vannak szálló vendégei? kérdezte azután. Éjszakára bizony csak nagy ritkán akad, mert itt vagyunk a város szomszédjában, és már inkább csak oda igyekszik mindenki. Talán még ágyuk sincsen, és terhükre leszek. Ön? Lenne a terhünkre? mondta igaz házi asszonyi szívességgel kárkont. Ó, szó sincs róla, higgyel! Hol vetnek ágyat nekem? Oda fent a szobában. De hiszen az az önöki? Ó, az a legkisebb gondja legyen a mellette lévő szobában, van még egy heverő ágyunk is. Kaderusz megtöbben vetekintett az asszonyra. A kalmár valami dudolgatva melengedte hátát a tűznél, mit kárkon ugyancsak megrakott, hogy kedves vendége átázott ruhái megszikkadjanak. Közben az asszony fölterített, és az ebéd maradékához hamarjában összekotyvasztott még valami tojásételt. Kaderusz visszarakosgatta bankjegyeit a tárcába, aranyait a zacskóba, ezután elzárta mind a kettőt a szekrénybe. Komor gondolatokba merülve járkált föl alá a szobában, néha-néha egy-egy oldal pillantást vetve az égszerészre, ki körös körül minden oldalról megszállítgatta magát. – Tessék mellé ülni, készen van a vacsora! – kínálgatta Kárkont, még egy üveg bort is odatéve az asztal közepére. E – És önök? Nem tartanak velem? Ó, nincs étvágyam, nem tudok enni, válaszolt Kaderusz. Nagyon későn ebédeltünk ma, sietett helyre igazítani Kárkont. Hát egyedül lássak hozzá. Mi is ön mellé ülünk, mondta Kárkont olyan szíves hangon, ami őt még a fizető vendégekre sem szokott valami gyakran vesztegetni. Kaderus, olykor-olykor intett neki a szemével. Az ivatar még javában tombolt odakint. Hallja-e? kérdezte Kárkont. É bizony Isten okosan tette, hogy visszatért. Ha azonban hamarjában mégis csak odébb állna az ivatar, én is odébb állnék. Kader a fejét rázta. Ó, holnapig ez odébb nem áll, uram, mert a misztrál nem hagy el egy könnyen, ha egyszer meglátogat. És nagyot sóhajtott mellé. Az ilyen időben még a kutyát is kár volna kigergetni. De bizony, de nem is lehet valami jó dolguk, akik ezen az éjszakán kint csavarognak a szabadban. A kalmár hozzálátott a vacsorához, és Kárkonta kifogástalan házi asszony gondosságával sürgörödött körülötte. A máskor oly zsembelődő mogorva asszony most mint a képévé lett a szíves figyelemnek. Ha a kalmár megelőzőleg is ismerte volna, ez a nagy változás minden esetre nagy szeget ütött volna a fejébe. Kaderusz folytatta sétáját, és nemigen szólalt meg, még mikor megszólalt, akkor is elkerülte vendége tekintetét. A vacsora végeztével Kaderusz maga nyitotta föl az ajtót. Úgy látszik, hogy mégiscsak elül az orkán. Hanem, mintha csak meg akarná hazudtolni a vihar, rettentő dörgés reszketette meg a házat, és olyan heves szélroham csapott le, hogy még a lámpát is kioltotta. Kaderusz becsapta az ajtót, a felesége pedig a tűzhely parazsa mellett gyertyát gyújtott. Bizonyára nagyon fáradt lehet már, fordult az égszerészhez. Tisztába húztam az ágyat, feküdjön le is, pihenjen békével. Johannes, még lent maradt egy ideig az ivóban, lesve, hogy talán mégiscsak megcsillapodik a vihar, hanem amikor egyre jobban dörgött és az ápor is egyre jobban zuhogott. Jó éjszakát kívánt házi gazdáinak, és fölment a lépcsőn. Ha fejem fölött ment el, minden lépését hallottam csikorogni a falépcsön. Kárkont egy gyilkos tekintettel követte Kaderusz, oda se nézve hátat fordított neki. Ezek a részletek akkor még nem tűntek föl nekem annyira, mint azóta. A egy imán történetét kivéve, amely kisé valószínűtlennek látszott, az egész dolog természetes volt, és én nem találtam benne semmi rendkívülit. Nagyon kivoltam merülve, és elhatároztam, hogy pár órára elszúnyadok én is, hanem miért csak egy kisé megpihen a vihar. Ott épp állok az éjszaka leple alatt. A kalmár szobája felől behallatszott hozzám a rakosgatás, párna paskolás, látszott, hogy az éjszakát lehetőleg jól akarta tölteni. Egyszerre csak nagyot recsent az ágy, lefeküdt. A szempilláim le leragadoztak már, is, mivel nem éltem a gyanú pörrel, nem is nagyon küzdöttem álmosságom ellen, még egy utolsó pillantást vetettem az ivóba, Kaderusz ott ült egy padona hosszú, x lábú asztal előtt, hátal felém, úgyhogy az arcát nem is láthattam. Különben még akkor sem láthattam volna, ha velem szemben ül, mert kezeibe rejtette az arcát. Kerkont nézte egy darabig, aztán vállat vonva leült vele szemben. A kandalló utolsó pisla lángja belekapott valami maradék fadarabba, Mit elkerült eddig, és valamivel világosabb lett a szoba. Körködt az urára meredtem mivel az meg sem mozdult, gunyasztva a padon, megbökte kihaszott kezével. Kaderusz összerázkodott. Lehet, hogy nagyon halkan bezért az asszony, vagy talán az érzékeimet zsipasztotta el az álom. Elég az hozzá, hogy nem hallottam a szobát, csak azt láttam, hogy az ajkai mozognak. Kötös fátyolon keresztül láttam már mindent, amely a közelgő álom előfutára. Végre egészen lecsukottak a szemeim, és gondolataim eltávoztak a földről. Mély álmomból hirtelen pisztolylövés és egy szívszaggató kiáltás vert föl. A deszkapadolat tántorgó léptek alatt recsegett odafönt, és a lépcsőkön éppen a fejem fölött súlyos test zónását hallottam. Még akkor sem tértem meg egészen magamhoz. Nyözzörgést és elfolytott kiáltásokat hallottam, mintha ha valaki küzdködne odafent valakivel. Egy utolsó, az előpidél hosszabb és fájdalmas nyözzörgésben végződő kiáltás végre egészen fölrázott alédzságomból. Felkönyököltem, kinyitottam a szemeimet, de nem láttam egyebet a vak sötétségnél. A deszkákon keresztül azután mintha valami lágy meleg eső hullott volna a homlokomra. Oda nyúltam, és éreztem a meleg csöppeket. A csend következett a dulakodás hangjaira, azután lépteket hallottam a fejem fölött, valaki letántorgott a recsegő deszkákon, leszállt az ivóba. A kantalóhoz lépett, is gyertyát gyújtott. Kádárusz volt. Arca halott halvány, az inge csupa vér az égő gyertyával azután újra fölment, és nyugtalan ide-oda tipegését tisztán hallottam. Nem sokára ismét lejött. A kis bőr tokot a kezében szorongatta, és meggyőződve róla, hogy csak ugyan benne van a gyémánt. Habozott még egy ideig, hogy melyik zsebébe rejtse, még végre. Valószínűleg egyiket sem találván eléggé biztos helynek. Belecsavarta véres zsebkendőjébe, és úgy akasztotta a nyakába. Azután a szekrényhez futott, zsebébe tömte az aranyat, csizma szárába a bankjegyeket, és fölnyalápolva még két-három inget kirohant az ajtón, és eltűnt az éjszakában. Akkor egyszerre világos lett előtte minden, és szemrehányást tettem magamnak a történtekért, mintha részese lettem volna én is annak a gaztetnek. Úgy rém lett előttem, mintha valami halk nyöszörgést hallanék még. Az a szerencsétlen kalmár talán még nem halt meg, és völépülhet, ha ápolom. Ilyen formán némileg helyrehozva a hibát, amit azzal követtem el, hogy egy gyilkosságot megtörténni hagytam. Nekivetettem vállamat az elválasztó deszkafalnak, mely rejtek helyemet az ivószobától elválasztotta. A deszkák recsegve, ropogva beszakadtak, és én oda ben voltam a szobában. Fölkaptam a gyertyát, és fölrohantam a lépcsőkön, a küszöbön utamat állta egy keresztbe fekvő tetem. Kárkont holteste volt. A pisztolylövés őt találta. Nyaka egészen szét volt roncsolva, és nem csak a sebeiből, de szájából is patakzott a vér. Halott volt már. Átgázoltam a tetemén. A szobában össze-vissza volt hányva minden, a bútorok egymásra dobálva, a takaró, amelybe még most is görcsösen kapaszkodott a szerencsétlen ékszerész a földre vetve. Ő maga fejével a falhoz dőlve, nagy vértócsában hevert a padolaton, három tátongó sebbel a mellén. A negyedik sebéből egy hosszú konyakésnek csak a markolata látszott ki. Kezembe vettem a másik biztolyt, mely átázott serpenyője miatt mondott csütörtököt, letérteltem a kalmár mellé, kiben volt még egy kis élet, mert lépteim leszére kinyitotta révedező szemeit, végtelen keserűen tekintett velém. Beszélni is akart, de már nem tudott, és csak hamar kis óhajtotta a lelkét. Ez a rettenetes látvány csak nem megőrített, mivel senkin sem segíthettem már. Egy gondolatom volt csupán, hogy mielőbb meneküljek innen. Hajamat tépve, kétségbe esett kiáltozásra fakadva rohantam le a lépcsőkön. Az ivóban már egy csapat vámőr és néhány állik fölfegyverzett csendőrvárt. Megragadtak. Meg sem kísérlettem az ellenállást. Talán nem is voltam egészen tudatomnál. Akartam ugyan beszélni, de csak tagolatlan sikoltozásokra voltam képes. Láttam, hogy a csendőrök rám Végig végignéztem a ruhámon, és észrevettem, hogy csupa vér vagyok. Az a lagyos eső, ami a deszkákon keresztül hullott rám, Kárkont vére volt. A fekvőhelyen felé mutattam. Mit akar ebben mondani? kérdezte az egyik csendőr. Az egyik ember oda ment és megtekintette a helyet. Ezt akarja mondani, hogy ezen az úton került oda? És a bezagított deszka farra mutatott, amit áttörtem. Akkor értettem csak meg, hogy engemet tartanak a gyilkosnak. Hangom, Erről egyszerre visszatért, kiszabadította magamat a csendőrök kezeiből, és egyre kiáltoztam, nem, nem én vagyok, nem én. A csendőrök nekem jöttek a puskatussal. Halál fia vagy, ha moccani mersz. De, hiszen nem én vagyok a gyilkos, nem én. Némzben a bírák előtt majd mesélhetsz, amennyit akarsz, hanem most előre lódulj, és meg ne próbálj ellenkezni, mert porú jársz. Annyira meg voltam riadva, hogy eszembe sem jutott volna ellenkezni. E bilincsre vertek, és egy ló farkához kötővel hurcoltak Limsbe. Tegnap utánam lesett egy vámőr, és mivel ott volt a ház környékén, elvesztett szem elől, de sejtette, hogy ott fogom tölteni az éjszakát, értesítette bajtársait, kik elég jókor érkeztek még arra, hogy a pisztoly durranását meghallhassák és véleményük szerint ilyen formán tetten érve megcsípjenek. Tudtam, hogy ártatlanságomat ugyancsak nehéz lesz bebizonyítanom. Egyetlen reménységbe kapaszkodhattam már csupán, mindenek előtt arra kértem a vizsgáló bírót, hogy kerestesse elő Buzoni Ábét ki, aznap megfordult a fogadóban. A kederusz füllentett, és az abbé sohasem volt a világon. El kellett vesznem. Ha csak Kaderust el nem fogják, és vallomásra nem kényszerítik. Bírám dicséretére legyen mondva mindent elkövetett, hogy fölkutassák az Abit. Két hónap is eltelt már, és most már minden reményemet elvesztettem. Kaderusznak végképp nyoma veszett. A legközelebbi tárgyalásom már elítéltek volna, mikor szeptember 8-án, vagyis három hónappal és öt nappal rettentő esemény után Egyszerre csak búzoni Abbé jelentkezett a tömlőc tartónál, kire már nem is számítottam. Értésére esett, hogy valamelyik rab óhajt vele beszélni. Azt mondta, hogy Márszejben tudta meg a dolgot, és sietett óhajtásomnak eleget tenni. Elképzelheti, hogy minő örömmel fogadtam, elbeszéltem neki az egész borzasztó történetet, de nagyon aggódtam, amikor a gyémánt história elbeszélésére került a sor. Várakozásom ellenére azonban elejétől végig való volt az egész, és ami még jobban meglepett, az abbé minden szavamat szentül elítte. E kegyes jósága annyira megindított, hogy amikor láttam, hogy nemzetem szokásait is jól ismeri, meggyóntam neki az ótői kalandot is, minden részleteivel egyetemben remélve, hogy az ő kenet teljes ajkairól meghallhatom egyetlen bűnöm feloldozását. Ez a vallomás különben nem remélt hatást idézett elő nála, hogy minden fölhívás nélkül bevallottam neki a vendettát, elhitte, hogy a gyilkosságot nem követtem el, és megígérte, hogy mindent el fog követni, hogy bíráimat meggyőzze ártatlanságomról. Azon túl egyre jobban bántak velem, és nem sokára megtudtam, hogy pörömet az esküdszék fogja tárgyalni. Időközben, még a gondviselés is közbe lépett, mert Kaderuszt elfogták külföldön, és visszatoloncolták Franciaországba. De bevallott mindent, hanem egyre azt hajtogatta, hogy a terv az asszony agyában fogalmazódott meg, és kivitelére is ő bújtogatta. Örökös gálya rabságra ítélték, engem pedig szabadon eresztettek. Ez uh, akkoriban történt, szólt közben, mondta mikor Buzoni Abbé ajánló levelével fölkeresett engem. Igen grófur, az Abbé valóban szívén viselte a sorsomat. Adjon fel a mesterségével, mert a csempészeten előbb utóbb rajta veszít. Hanem, akkor miből fogok megélni, és miből él meg szegény bátyám özvegye, mondtam neki. Híveim, egyike különösen kedvel és megbízott engem, hogy keressek számára valami megbízható embert. Szívesen ajánlom neki, a vállalkozik rá. Ó, tisztelendő atyám, kiáltottam föl, örök hálás leszek érte. Hanem esküdjék meg, hogy nekem sem lesz okom sohasem megbánni, amit önért tettem. Esküre emeltem ujjaimat. Jól van, ismerem és becsülöm a korzikai fajt. Itt az ajánló levél. Akkor írta azt a néhány sort, amelynek segítségével méltóságot szolgálatába kerültem. És most fölemelt fővel kérdezem, volt -e a gróf úrnak csak egyetlen egyszer is panaszra oka? Nem volt, és örömmel mondhatom, hogy ön derék szolga Bertuccio, bár bizalmasabb is lehetett volna. Bizalmasabb, gróf úr. Igen, igen. Miért nem szólt soha semmit arról, hogy sógornője és fogadott fia is van? Ó, gróf úr, hiszen életem legszomorúbb szakaszának elbeszélése csak most következik. Visszatértem Korzikába, vágytam már haza, mert nagyon szerettem a derék sógorasszonyt, hanem a rogliánói házat gyászban találtam. Rettentő dolgok történtek azóta ott, amire a szomszédok talán most is iszonyodva emlékeznek vissza. Végre a sógorasszony is megunta Benedetto örökös zsarolásait, s többé nem adott kezébe pénzt. Egy reggel megfenyegette az asszonyt, és nem is mutatkozott többé egész nap otthon. Aszonta sírt utána, mert úgy szerette azt a nyomorultat, mintha a saját vére lett volna. Késő este volt már, még mindig várakozott rá, vírasztva. Úgy 11 óra tájban két vásott kölyökkel tért vissza, meg cimboráival, kikkel gaz csínyeit szokta elkövetni. Aszonta ölelésre tárt karokkal sietett felé, de a gyalázatosak megragadták, és egyikük tartok tőle, hogy éppen az a pokoli fajzat rákiáltott. Ide a pénzzel, a volt hová tetted? A Vassilio szomszéd elment hazúról, és csak a felesége maradt otthon egyedül. Rajta kívül senki sem láthatta, senki sem hallhatta, mi történt mi nálunk. Ketten megragadták a szegény asszuntát, ki nem is álmodta, hogy mi fog még következni, és rámosolygott hóhéraira. A harmadik ez alatt erre minden ajtót és ablakot, azután visszatért cimboráihoz, és hárban, Egyesült erővel igyekeztek elfolytani az asszony rémült csikoltásait, amit a fenyegető és egyre komolyabb előkészületek mégiscsak kicsikartak belőle, azután a tűzhely parazsa fölé tartották lábait, hogy így erőszakolják ki belőle a vallomást, hová rejtette csekély pénzecskénket. Tülekedés közben lobot vetett a szoknyája, és akkor elbocsátották és elinaltak, hogy ők maguk is meg ne égjenek. Az asszony főtől talpig lángba borulva rohant az ajtóhoz, de be volt zárva. Megkísérlette az ablakon át szabadulni, hanem az is el volt reteszelve. A szomszéd asszony meghallotta kétségbe esett sekély kiáltásait, a sikoltozás egyre gyöngült, és elfúlva már csak kínos nyöszörgésé lett, és amikor Vazilioni másnap a rémülettel és aggodalommal teljes éjszaka után végre kimert menni az utcára, csendőrökkel törette be az ajtót, és azt mondta, félig megégve, de még életben találták. A szekrények föl voltak törve, a pénz eltűnt. Benedetto sohasem került vissza többé Rogliánóba, azóta nem láttam, és nem is hallottam felőle semmit. E szomorú esemény után szegődtem el méltóságothoz, nem lett volna miért Benedettorról beszélnem, mivel nyoma veszett, még kevésbé a sógorasszonyról ki, mint örökre, elköltözött. És minő hatással volt akkor ez a megdöbbentő eset önre? kérdezte Monte Cristo. Úgy éreztem, hogy ez a bűnhődés az elkövetett vétkekért. Ó, ezek a vilforok, Hátkozott fajzat. Meghiszem azt, mormogta szakállába sötéten a gróf. És most mint ezek után megérteti méltóságot, miért töltött el oly rémülettel ez a ház és ez a kert, hol megöltem azt az embert anélkül, hogy megbizonyosodtam volna haláláról, mert Wilford nem fogadta ölébe ugyanaz a sír, amit gyermeke számára ásott. Még az sem lehetetlen, hogy a királyi ügyész csak ugyan nem halt meg, mondta magába Monte Cristo, fölkelve a kerti padról, azután Bertuccio felé fordulva folytatta. Nagyon jól tette az abbé, hogy hozzám küldte önt. És ön is jól cselekedett, hogy elbeszélte ezt a történetet, mert most már még kedvezőbben ítélem meg jellemét. És Benedettónak nem is kísérelte meg azóta nyomára akadni? Nem is volt kíváncsi rá, mi lett belőle? Soha, mert ha még meg is tudtam volna, hogy merre van, Inkább elkerültem volna még azt a vidéket is, mert írtóztam attól a szörnyetektől. Áldom az Istent, hogy még beszélni sem hallottam felőle sohasem. Remélem, hogy már el is pusztult azóta. Sose higgye, Bertuccio, az ilyen megáltalkodott gazemberek nem pusztulnak el az útszélen, mert még az Isten is gondjába veszi őket addig, míg a bosszú eszközévé teheti. Hát lehet mondta Bertuccio. Én nem is kérek egyebet a mennyek urától, mint hogy többé a szemem elé ne kerüljön az az akasztófavirág. virág. Most már minden tud, grófur, folytatta leorgasztott fővel az intendáns. Itt a földön legyen ön bírám, mint odafönt az örökisten. Nincs hozzám egy vigasztaló szava sem? Hát nem mondhatok önnek egyebet, mint amit Buzoni abbé mondott, Wilfor, akit ledöfött, megérdemelte ezt a büntetést azért, amit ön ellen, és talán mások ellen is vétett. Ha él még higgy higgyel, ő lesz az eszköze, a mindent megtorló gondviselés bosszújának, és ő maga is megbűnhődik. Ön csak egyetlen szemrehányást tehetne magának, ha már visszaadta az életnek azt a gyermeket, miért nem adta vissza az anyjának is? ez az ön bűne, Bertuccio. Igen, uram, ez az én bűnöm, amit gyávaságból követtem el. Amikor visszaadtam azt a gyermeket az életnek, jól mondta Gróf úr, nem lett volna szabad más tennem, mint visszaadni őt az anyjának. De hogy ezt megtehessem, puhatoloznom kellett volna, amivel magamra vonva a figyelmet, önmagamat szolgáltattam volna ki a hatóságnak, de nem akartam meghalni. Ragaszkodtam az élethez a sógornőm miatt, de meg önmagam miatt is, hiszen ki ne ragaszkodna az élethez, amit oly nehéz elveszíteni. Ó, ha én is olyan ember lehettem volna, mint szegény bátyám. Bertuccio kezeibe rejtette az arcát. Monta sokáig vizsgálta csodálatos tekintetével. Ezután néhány percnyi hallgatás után megszólalt, és hangja még ünnepélyesebben csendült fel az éjszakában, e gyászos emlékezetű helyen. Hogy ezt a bizalmas órát méltón fejezzük be, hogy soha többé ne szóljunk róla, mondta még komorabban, mint bármikor, jegyezze meg jól a szavaimat, mit buzoni abbé ajkairól magam is oly sokszor hallottam. Minden bajnak két orvossága van, az idő és a türelem. És most Bertuccio úr Adjon magamra egy kisé, szeretném körüljárni a kertet. Elképzelem, hogy önre rettentő hatással lehet ez a kert, de az én szememben éppen annak a jelenetnek az emléke él, mely önt még most is megborzasztja. Kétszeresen értékesé teszi új birtokomat. A fákat azért szeretjük, Bertucsi úr, mert árnyékot adnak, és az árnyékot azért, mert telve van sejtelemmel és látományokkal. Én azt hittem, hogy egy négy fal közé ékelt területet fogok megvásárolni, pedig ez a kert telve van rémekkel, amit a szerződésben ki sem kötöttünk. És én úgy szeretem a hazajáró lelkeket, mert nem hallottam még, hogy hat ezer esztendő alatt valamennyi halott összevéve annyi rosszat tudott volna tenni, mint az élők egyetlen nap alatt. Menjen feküdjék le és aludjék békével. És ha valamikor, az utolsó órán, olyan kíméletes, gyontató atyára találna, ami nő buzoni abbé volt, hívasson engem. Ha még élek akkor, is, én meg fogom találni azokat a szavakat, amelyek édes álomba ringatják lelkét, abban a nagy pillanatban, amikor elválik a testtől, hogy az örökké valóságba merüljön. Bertucsió tisztelet teljesen hajlott meg, és sóhajtva távozott. Monte Cristo magára maradt, négy lépést tett előre, és megállva eltűnődött. Itt Platán tövében ásta meg a gödröt, hogy a gyermeket eltemesse. Ott van a kis mellékajtó, amelyen át a kertbe lépett, és itt van a titkos lépcső, mely a hálószobába vezet. Azt hiszem, fölösleges volna mindezt följegyeznem, hiszen itt van a szemeim előtt elevenen az egész. Még egyszer körüljárta a kertet, Azután visszatért a kocsihoz. Bertuccio kilátta, hogy mélyen el van merülve gondolataiba, szó nélkül ült föl a bakra a kocsis mellé. A kocsi azután elvágtatott Párizs felé. Sánzelizei házát még azon este aprajára megvizsgálta, de már most is oly biztonsággal járt kelt benne, mintha hosszú esztendők óta az övé lett volna. Bár ő ment elől, egyszer sem vétett el az ajtókat, és mindig a helyes lépcsőt vagy folyósot választotta. Ezen az éjjeli szemlén Ali volt a kísérője. Bertu még néhány rendeletet adott ki a lakás csinosítására és a bútorok elrendezésére vonatkozólag, azután órájára tekintve megkérdezte a Nubiait: Fél tizenkettő. Hájdé már nem késhetik soká. A francia leányok itt vannak már? A szép görög hölgy szobái annyira el voltak különbözve, csak kíváncsi szemek elől mindenfelől szőnyeg ajtókkal elrejtve, hogy az egész lakást körül lehetett volna járni, anélkül, hogy észrevette volna valaki. Ali arra felé mutatott, és bal keze három ujját fölemelve, kész fejére hajtotta a fejét, és lehúnyt a szemeit, mintha bóbiskolna. Monte Cristo jól ismerte már enném a beszédet. Hárman várnak rá a hálószobában, ugye? Ali bólintott. Az úrnő bizonyára nagyon fáradtan fog megérkezni és pihenésre vágyik, folytatta Monte Cristo. A francia komornák egyszerűen csak üdvözöljék az úrnőt, azután távozzanak légyrésen, hogy a görög komorna egyáltalán ne érintkezzék a franciákkal. Ali meghajolt. Nem sokára fölhaladszott a kocsi robogása a fasorban, mely megállt a kapu előtt. A gróf lesietett, kezét nyújtotta a hintóból leszálló, aranyjal himzett, zöld, sejem köpenybe burkolt fiatal nőnek, és a földre segítette. A fiatal hölgy megragadta a felé nyújtott kezet, és tisztelet teljes szeretettel csókolta meg, azután néhány szót váltottak még azon a gyönyörű nyelven, melyet az öreg Homérosz az Istenek ajkaira adott. Ali azután viasz gyertyával a kezében felvezette a szép görög hölgyet, ugyanazt ki Monte Cristot, Olaszországban is kísérte, a gróf pedig visszavonult saját külön termeibe. Egy fél után sötét volt már az egész ház, mintha mindenki békén elszenderült volna. 15. korlátlan hitel Másnap úgy két óra tájban délután pompás angol fogat állott meg Monte Cristo kapuja előtt. Egy 50-55 esztendős, de csak 40-nek látszani akaró férfi dugta ki a fejét a bárói címerrel lékes kocsi ablakán. Kék, sejem gombos kabát és fehér mellény volt rajta. Az utóbbin rengeteg nagyságú aranylánc pompázott, egészen a szemöldökéig leboruló göndör fekete fürtjeit bajos dolog lett volna valódiaknak tartani, különösen akkor, ha az ember már a fürtek alatt ugyancsak fölbarázdált homlokra tekintett. A kapushoz grúmját küldte megkérdezni, hogy itthon van-e gróf Monte Cristo. Még a grúm odajárt, a hintóban ülő aprajára megvizsgált mindent házat, kertet, még a járók elő inasok libériáját is. Szemei élénken ragyogtak, de több ravasságot, mint szellemet árultak el. Ajkai annyira keskenyek voltak, hogy inkább a szájába befelé, mint kifelé látszottak duzzadni. Végre széles kiálló arccsontja, alacsony homloka, bütykös nyakszirtje, távolról sem arisztokratikus mértékkel mérhető hatalmas fülcimpái, minden valamire való arc ismerő előtt visszataszítóvá tették ez ember külseit, bár a nagy közösség szemében kiváló egyéniségi emelték pompás lovai, hatalmas gyémánt meltűje, s az a kis piros szallag, amely mindig ott virított a gombjukában. A grum megkopogtatta a kapusajtaját. E nem, de itt lakik méltóságos gróf Monte Cristo úr? Igen, itt lakik, ő méltósága, hanem... És a házvester egy pillantással Ali véleményét kérte. Ali tagadó jellel válaszolt. Ha nem, kérdezte a grum, hanem ő méltósága ma senkit sem fogad. Akkor hát legyen szíves átadni urának az én uram, Danglár báró névjegyét, és azt is megmondhatja neki, hogy uram a képviselőházba igyekezve útközben óhajtott a tiszteletét tenni. Én nem szoktam beszélni ő méltóságával, hanem majd a komornyik megmondja neki. A grum visszatért a hintóhoz. Na, mi újság? kérdezte Danglár. A gyerek röstelte kisé a kapott leckét, és elmondta az urának, hogy mit válaszolt a kapus. Ó, oh, méltatlankodott a derék úr. Ő méltósága úgy látszik legalábbis herceg, hogy csupán a komornyiknak van joga szóba állni vele. Eh, különben bánom is én, mivel hozzám utalták a hitelét, úgyis csak meg kell látnom, majd ha pénzre lesz szüksége. És hanyat vetve magát hintajában, olyan hangon kiáltott rá a kocsisra, hogy még az utca túlsó felén járkálók is meghallhatták. – A képviselőházba! – mondta Kristó a függöny mögül kitűnő szemüvegével figyelemmel kísérte az egész jelenetet, és éppen olyan apra jára vizsgálta Danglárt, mint a báró az ő házát, kertjét és libériás inasait. – Ocsmány, teremtése az Istennek! – mondta magában, akaratlanul is elfintorítva arcát, mikor a szemüveget visszadugta elefántcsontokjába. – Első pillanatra fölismerszik lapos homlokáról az alattomos kígyó, púpos nyakszírtjéről a kánya, és összeharapott ajkairól a kesejű. – Ali! – kiáltott, a kis rész harangot megkongatva. Ali belépett. – Küldje ide Bertucciót! Bertucció csak hamar előtt állott. – Hivatott, méltóságos uram! – Igen, is hívattam! Látta-e azt a két lovat, amely az imént kapum előtt toporzékolt? Láttam, gróf úr, pompás állatok! Hogyan lehetséges tehát, kérdezte Monte Cristo homlokát ráncolva, hogy mikor én megparancsoltam, hogy Párizs legszebb lovait vásárolja meg számomra, Párizsban még van két olyan szép ló, mint az enyém, és mégsem került az én istálomba. Ali egészen elsápadt, mikor a gróf kemény dorgatóriumát meghallotta. Nem a te hibád, jó Alim, mondta neki arabul, hogy szeliden, hogy arcáról ítélve föl sem lehetett volna tenni róla, hiszen te nem is értesz az angol lovakhoz. Ali arca újra földerült. Gróf úr, szólalt meg Bertuccio, azok a lovak nem voltak ám eladók, mondta Krisztó állatvont. – Bertuccio úr, minden eladó ezen a világon, csak meg kell fizetni. De, Danglár 16 ezer frankot fizetett értük. Ej, hát ajánlott volna érte 32 ezret neki. A bankárok nem szokták elszalasztani az ilyen hatalmas nyerességet. De hát komolyan beszél, gróf úr. Mondta Krisztó bámulva nézett az intendánsra, ki ilyen kérdést mert kockáztatni. Ma estére látogatást kell tennem, akarom, hogy az a két ló új donat új szerszámmal a kocsimba legyen fogva. Bertuccio hajlongva távozott, de az ajtóból még egyszer visszafordult. – Hány órára szándékozik méltóságot elindulni a látogatásra? – Pont ötkor. – Méltóztassék tekintetbe venni, hogy már két óra elmúlt? – Tudom – volt a válasz, azután Ali felé fordult a gróf. – Vezessel minden lovat az urnő előtt, hogy kiválaszthassa azt a fogatot, amelyik legjobban megtetszik neki, azután kérdezd meg, hogy velem óhajta ebédelni, s ha úgy volna, az ő szobájában terítsenek, a komornyikot pedig tüstént küld föl hozzám. Alig távozott el Ali, a komornyik már belépett Baptizin, ön már egy esztendő óta van szolgálatomban, nálam mindenkor ennyi a próbaidő. Most csak annyit mondok önnek, hogy meg vagyok elégedve Baptizin meghajolt.-Most már csak az a kérdés, hogy ön is meg van-e velem elégedve?-Ó, oh, grófúr hebegte zavarodottan a komornyik. Hallgassa meg végig, amit mondani fogok. Önnek 1500 frank fizetése van nálam, vagyis ugyanannyi, mint egy derék katona tisznek, aki minden nap kockára teszi az életét. Ellátása olyan, hogy sok kitűnő hivatalnok megirigyelhetné érte, aki pedig összehasonlíthatatlanul többet dolgozik, mint ön. Bár szolgálatban van, azért még önnek is vannak külön cselédei, kik a fehér neműjét egyéb holmiait gondozzák. 1500 franknyi fizetésen kívül legalább 500 frankot kaphat évenként vásárlások alkalmával. Ó, méltóságos úr! Távolról sem akarom a szemére hányni, kedves Baptizin. Csak annyit engedjen megjegyeznem, hogy ezen túl is elégedjék meg ennyivel. Ilyen helyet többé nem fog találni, ami nővel a jó szerencse nálam megáldotta. Én sohasem bánok durván az embereimmel, nem szitkozódom, nem gorombáskodom, minden tévedést megbocsátok, csak a hanyagságot és a pontatlanságot sohasem. Parancsaim mindig rövidek, de világosak, és határozottak. Szívesen megismétlem háromszor is, ha kell, nehogy félreértsék. Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy mindenről biztos tudomásom legyen, és figyelmeztetem rá, hogy szeretek is megtudni mindent. És ha valaha megtudom, hogy rólam bárhol jót vagy rosszat beszélt, tetteimet bírálta, vagy titkaim után leskelődött, tüstént elkergetem. Embereimet csak egyetlen egyszer szoktam figyelmeztetni, önre most került a sor. Mert... Baptizin meghajolt és távozni készült. A gróf visszaszólította. Igaz is, elfelejtettem megemlíteni, hogy embereim számára évenként bizonyos összeget szoktam életjáradékra tenni. Azok természetesen elveszítik az összeget, akiket elkergettem, és a megmaradt pénz a többieké, és a halálom után föloszthatják. Ma egy esztendeje, hogy a szolgálatomba lépett, szerencséje meg van alapítva. Igyekezzék meg is tartani. Alit hidegen hagyta ez a beszéd, mivel egy árva hangot sem értett franciául, de baptizinre olyan hatással volt, amit csak azok értenek meg, akik foglalkoztak már valaha a francia komornyikok lélektanával. Iparkodni fogok mindenben megfelelni méltóságot parancsainak, különben is Alit választottam követendő például. Azt ne tegye, Baptizin, mondta fagyos nyugalommal a gróf. Alinak minden jó tulajdonsága mellett is megvannak a maga hibái, és kár volna példát venni róla, mert ő egészen más beszámítás alá esik. Ő nem fizetett cselédem, hanem rabszolgám, házi ebem, és ha kötelesség ellen nem kergetem el, hanem megölöm. Baptizin egészen elámult. Kételkedik benne? kérdezte Monte Cristo. És Ali felé fordulva megismételte arab nyelven, amit az imént franciául mondott Baptizinnek. Ali figyelmesen hallgatta, azután mosolyogva lépett urához, letérdelt előtte, és tisztelettel csókolta meg a kezét. Ez a jelenet megdöbbentette a komornyikot. A gróf egy kézmozdulattal mindkettőjüket elbocsátotta, a két cseléd azután a maga módja szerint próbálta egymással megértetni magát odakint. Öt órakor háromszor csendült meg a harang. Együtt és Alinak szólt, kettő baptizinnek, három Bertucsiónak. Az intendáns belépett. Lovaimat! E már ebbe vannak fogva, a méltóságos úr, és elkísérjem, gróf úr. Nem szükséges, csak baptizin és Ali jönnek velem. A gróf lement, a hintó elé csak ugyan azok a lovak voltak fogva, amelyeket három órával ezelőtt még Danglár kocsi előtt bámult. Nagy gyönyörűséggel nézegette a két pompás telivérményt. Szépek, nagyon szépek, kár, hogy egy kisé későn vásárolta meg őket. Ó, így is nagyon nehéz volt megkaparintanom, és tömérdek pénzt kellett fizetnem értük. Ez meg vajmi keveset von le a lovak szépségéből, jegyezte meg vállát vonva a gróf. Ha a méltóságod meg van elégedve velük, akkor minden rendben. Hová parancsolja a kocsit méltóságod? Dangler báróhoz a Süzé Ez a beszélgetés a följáron folyt, Bertuccio már lefelé indult a lépcsőn, amikor Monte Cristo visszaszólította. Valahol a tenger partján, például Normandiában, Hévr és Boulogne között szükségem volna egy birtokra, amint láthatja bőséges teret nyújtok a keresésre. Öltétlenül szükséges, hogy valami kis öblöcske legyen a parton, ahol kiköthessek, a korvettemnek csak 15 lábnyi mély vízre van szüksége. Szeretném, hogyha az a kis hajó éjjel-nappal útra készen várna rám az öbölben, hogy bármikor tüstént elutazhassam. Tudakozódjék minden lehető helyen egy ilyen jó szágról, és ha akad olyan, amit megfelelőnek talán, vásárolja meg a számomra. A korvett már fészsamp felé járhat, ugye? Aznap este indult el, amikor Márszájt odahagytuk. És a jakt? A parancsa szerint Mártigében maradt. Időnként írjon a két parasnoknak, hogy tegyenek jelentést, nehogy elaludjanak a nagy semmi tevéstől. És mi történjék a gőzhajóval? Amelyik sálomban van? Igen. Ugyanúgy tegyen, mint a vitorlások? Igen is. És ha már megvette a jószágot, onnan észak felé és dél felé is gondoskodjék az országúton tíz... Tíz mérföldnyi távolságokban váltó lovakról. Minden meg lesz, mértóságos uram! A gróf elégedetten bollintott rá, lesietett a lépcsőkön, beugrott a kocsiba, csak a pompás fogat vágtatva robogott vele a danglár palotáig. Danglár éppen valami készülő vasút bizottságában elnökölt, amikor bejelentették Monte Cristo látogatását. Az ülés különben is a vége felé járt már, a gróf neve hallatára fölkelt az elnöki székből, és az ülés tagjaitól, kik nagy részben szintén szenátorok vagy képviselők voltak, hamarosan búcsút vett. E, bocsássanak meg, uraim, hogy el kell hagynom önöket, hanem a római Thomson és French cég hozzám utasított bizonyos Monte Cristo nevezetű grófot korlátlan hitellel. Kétség kívül különös tréfa, amit velem szemben még eddig egyetlen külföldi cég sem engedett meg magának, de elképzelhetik, hogy nagyon furta az oldalamat a kíváncsiság, és még ma reggel fölkerestem azt az állítólagos grófot. Ha a valóságos gróf volna, alig ha lenne olyan gazdag. Egyébként nem volt szerencsém megláthatni, mivel nem fogadott. Szóval olyan formán bánt velem, mint a fenséges urak. Különben az a ház meglehetős szép ott a sánzelizén. Hanem az a korlátlan hitel, folytatta rút mosolyra torzult ajkaival nagyot kacagva. Nagyon, nagyon furcsa követelés. Alig várom, hogy megláthassam azt az embert. Azt hiszem, hogy rútul be akarnak csapni. Hanem akkor nem tudják, hogy kivel van dolguk, és az nevet a legjobban, aki utoljára nevet. Még az orcimpái is kidagadtak az önérzettől, mikor e szavakat mondta. Azután elbúcsúzva vendégeitől átment a kis fehér arany szalomba, mely az egész Sosé Dantennen nagy feltűnést keltett. Ő maga rendelte úgy, hogy a látogatót abba a szobába vezessék, hogy a szeme szája elámuljon a bámulattól. A gróf állva várta, Albani és Fattore képeinek néhány másolatát nézegetve, mit az eredetiek helyett vétettek meg a bankáral, hanem Monte Christot még ezek a közepes másolatok is jobban gyönyörködtették, mint a mennyezet dúsan aranyozott tarka-barka ornamentikája. Danglár nagy a lépett be, a gróf nyugodtan fordult felé. A bankár fejbiccentéssel üdvözölte és helyet mutatott neki egy aranyos támlájú, aranyhímzésű, fehér sejemkarszékben. A gróf helyet foglalt. De Monte Cristo úrral van szerencsém beszélni? – és nekem Báró Danglár úrral a becsületrend lovagjával, a képviselőház tagjával? És Monte Cristo fölsorolta a Báró valamennyi titulusát, amit csak leolvashatott a névjegyéről. Danglár észrevette a gúnyt, és ajkába harapott. Bocsásom meg, uram, hogy nem címeztem azonnal úgy, amint magát bejelentette, de tetszik tudni, manapság nagyon demokrata kormány alatt élünk, és a parlamentben én a nép jogaiért küzdök. Mégpedig olyanképpen, hogy bárónak címezteti magát, bár mások grófi címét semmibe sem veszi. Ó, oh, hát így el, kérem, én sem adok semmit arra a bolond címzésre. E valami jó szolgálat fejében báróvá és a becsületrend lavagjává tettek, de én, hát tetszik tudni, lemondott a címeiről, mint Montmercy és Lafayette hajdanában? Nemes példákat követ, uram? Hát, végképp azért én sem mondtam le, mert tetszik tudni a, a szolgák meg a, a, cselédek. Igen, a cselédeivel bárónak címezteti magát. Az újságírókkal már szerényebben csak úrnak, és a választói által egész egyszerűen polgártársnak. Ó, én igen jól ismerem ezt. Minden esetre nagyon finom árnyalatok az alkotmányos kormány alatt. Danglár az ajkát harabdálta, átlátta, hogy ezen a téren Monte nem mérkőzhetik, igyekezett hát olyan térre vezetni a társalgást, amelyen otthonosabban mozgott. Ez a rofru szólt most már udvariassa meghajolva, a Tomzon és French cég levelét megkaptam. Rendkívül örülök neki, báró úr. Már engedje meg, kérem, hogy én csak úgy címezzem, mint a cselédei, mert abban az országban ahol nincsenek már bárok, de azért mégiscsak vannak, nekem is kell hódolnom az általános szokásoknak. Ismétlem tehát, báró úr, hogy nagyon örülök annak a levélnek, legalább nem vagyok kénytelen annyit beszélni önmagáról, ami egy kisé mindig kellemetlen. Tehát megkapta a levelet, ugye? Meg, hanem meg kell vallanom, nem értem egészen. Ugyan. Éppen ezért bátorgottam ma fölkeresni, hogy fölvilágosításokat kérjek. Na, tessék azonnal belekezdeni, szívesen felelek kérdéseire. Hát, a, a levél, azt hiszem, nálam van, ennyi, hová is tehettem? Um, igen, itt van, ebben a levélben az van megírva, hogy gróf Monte Cristónak korlátlan hitele legyen én nálam. És ezt homályosnak tartja bár úr. Csak egy kifejezését már tudni illik, azt, hogy korlátlan talán nincs helyes franciassággal írva az a szó. Még abban az esetben is legyen elnéző, mert angol ember írta. Ortográfiai tekintetben legkevésbé sincs ellene kifogásom, hanem annál inkább üzleti szempontból. Talán nem találja teljesen megbízhatónak azt a céget bár úr, kérdezte Monte Cristo a lehető legártatlanabb barcal. Azt már magam is sajnálnám, mert én is elhelyeztem nála némi pénzt. Ó, hát teljesen megbízható, válaszott Danglár tréfálkozó hangon, hanem ennek a, a korlátlan szónak az értelme legalább pénzügyi értelemben olyan határozatlan. Azaz, hogy korlátlan, mint maga a fogalom. Hát éppen ezt akartam én is mondani önnek, hanem a, a korlátlanság nem bizonyosság, és a józanész azt sugja, hogy a, a bizonytalantól óvakodni kell. Ez annyit jelent, Hogyha a Thomson és French cég hajlandó bolondságot elkövetni, a Danglár cég nem fogja követni a példáját. Hogy érti ezt a grófur? Ej, hát csak úgy, hogy az a római cég nem szab elém korlátokat, de Danglár úr nem hajlandó bizonyos határon túllépni, és ő, mint az imént maga mondá, a józan ész szerint cselekszik. A mankárból kitört a nemes harag. Uram, az én pénztáramat még nem becsmérelte senki? Akkor hát úgy látszik, én leszek az első, mondta fagyosan Monte Cristo. De hát ki mondta önnek, hogy joga van hozzá? Az ön saját nyilatkozatai, uram, amelyek nagyon hasonlítanak a vonakodáshoz. Danglár véresre harapdálta az ajkát. Ezzel az emberrel már másodszor vallott kudarcot, még mégpedig ezúttal már a maga szakmájában udvariassága nagyon tettetett volt, és már nagyon hajlandó lett volna a másik véglet bácsapni. Monte Cristo ellenben megőrizte nyugalmát, és ártatlanul mosolygott a bankára. Ennek az arc kifejezésének, mit akkor öltött föl, amikor akarta, már igen sokszor látta hasznát. Egy szóval azt szeretném, hogyha ön maga határozná meg az összeget, amit nálam fölvenni kíván. De édes uram, válaszolt Monte Cristo, Elhatározva, hogy egy talp alattnyi teret sem enged a vitában. Ha én korlátlan hitelt kértem a magam számára önhöz átutaltatni, éppen azért tettem, mert magam sem tudom még, hogy mennyi pénzre lesz szükségem. A bankár azt hitte, hogy most már ő kerekedhetik fölül, hátravetette magát a karszékben és pöffeszkedő leereszkedéssel mondta. El csak mondja ki bátran, mennyit kíván, és meg fog győződni, hogy bármi korlátot legyen is a Danglár cég tőkéje, megfelelhet még a legmagasabb követeléseknek is. Még ha egy millióról volna is szó. Mit tetszett mondani? kérdezte Monte Cristo. Egy milliót mondtam, ismétlét Danglár önérzettel. És mit kezdjek én avval a millióval? Édes Istenem, hiszen. Ha csak egy millióra lett volna szükségem, nem nyitattam volna hitelt ilyen hitvány összegért, Egy millió. Hiszen annyi nélkül még hazúról sem szoktam elmenni. És a tárcájából, hol a névjegyeit szokta tartani, két darab egyenként 500 ezer frankról kiállított kincstári utalványt vett elő. Olyan embernek, mint Danglár meg sem kottyant a finom szurkálás, őt egyszerűen agyon kellett verni, ez a munkó azonban hatott. A bankár elhűlt, izget mozgott a helyén, is, kidüllett szemmel meret, mondta Kristóra. Nos, vaja be őszintén, hogy nem bízik a Thomson és French cégben, hiszen nincs benne lehetetlenség. Én magam is gondoltam erre az esetőségre, és bár ne vagyok valami járatos a pénzügyi műveletekben, más oldalról is biztosítottam magamat. Még két olyan levél van nálam, mint ami nőt ön kapott, az egyik a Bécsi Rothschild Báro nevére, az Einstein és Eccles cégektől, a másik a londoni Laffitt céghez, Barringtól. Ha csak egyetlen szóval vonakodik is, egészen egyszerűen az említett két cég valamelyikhez fogok fordulni, és fölmentem aggodalmaitól. Ez volt a kegyelem döfés. Remegve bontotta föl a két levelet, melyet a gróf csak úgy félváról vetett oda neki, és oly lelkiismeretes pontossággal vizsgálta meg az aláírásokat, hogy szinte sértő lehetett Monte cristo nézve, ha nem róta volna föl a bankár zavarának. Uram, ez a három aláírás milliókat ér, kiáltott föl Dangler helyéből felszökve, mintha abban az emberben a pénz hatalmának megtestesülését üdvözölte volna. Három a bankházra háromszoros korlátlan hitelevél. Bocsásson meg, Rófur, de ha az ember nem is gyanakszik többé, még egyre bámulnia kell. Olyan cégnek, nem ilyen az öné, nincs mit bámulnia rajta, jegyezte meg előkelő finomságával Monte Cristo. Így hát küldhet esetleg némi pénzt, ugye? Én parancsoljon velem, gróf úr. Ha tehát megértettük végre egymást, mert úgy vélem, hogy most már tisztában van velem, úgy van-e? Danglár igen bólintott rá. És nem gyanakszik többé. Ó, gróf úr, eszem ágában sem volt soha önre gyanakodni. Nem, csupán bizonyítékot akart, amit meg is kapott. Most tehát, mivel kellőképpen megértettük egymást, és az ön gyanúja is eloszlott, határozzunk meg úgy átlagosan bizonyos összeget az első esztendőre, mondjuk 6 milliót. Hat milliót? Nem bánom, nyögte fuldokolva Danglár. Ha esetleg még többre volna szükségem, mondta közönösen, majd öt többet fogunk megállapítani, egyelőre azonban azt hiszem, hogy éppen elég lesz ennyi, mert alig ha tartózkodom tovább Franciaországban egy esztendőnél, különben majd meglátjuk. Egyelőre legyen szíves 500 ezer frankot küldeni lehetőleg holnap délutánig, ha esetleg nem volnék otthon, a nyugtató az intendásomnál lesz. Holnap délelőtt 10 órakor ott lesz a pénz, grófur. Aranyban, bankjegyekben vagy ezüstben parancsolja? felét aranyban, felét bankjegyekben fogom kérni. A gróf készülődött. Még egy szóra, kérem, gróf Ne azt hittem, hogy Európának minden dús gazdag urát ismerem, de az ön vagyonáról, amelyek pedig ugyancsak tetemesnek kell lennie, bevallom, még sohasem hallottam. Talán egészen új keletű a vagyon? Sőt, ellenkezőleg ősrégi családi kincs, amelyet Érinteni sohasem volt szabad, és mely azóta meg Az örök hagyó végrendeletében megjelölt határidő csak most néhány éve telt le, s így, mivel magam is csak néhány éve élvezem a vagyont, nagyon természetesen ön sem tudott felőle, egyéb iránt nem sokára többet is megtudhat róla még. Ez utóbbi szavakat annak a dermesztő mosolynak a kíséretében mondta, mely annak idején Franz Dépinét is megremegtette. Kiváló ízlésével bizonyára túrragyog bennünket, szegény apró kis milliómosokat. Úgy vettem észre, hogy nagy műkedvelő, mert beléptemkor a képek előtt találtam. Engedje meg hát, hogy megmutassam a gyűjteményemet. Csupa régi kép, mind kiváló mesterektől, mint ezek itt a falon. Hiába, uram, nem tudom szívlelni a modern piktorokat. Igaza van, uram, mert valamennyi beleesik abba a nagy hibába, hogy ebben a században él, és a képei még nem elég ócskák arra, hogy becsesek lehetnének. Azon kívül néhány szobrat is mutathatok még Torván Steintől, Bartolinitól, Kanovától, mert csupa idegen mestertől. Mert tetszik tudni, hiába sehogyan sem szívlelhetem a francia művészeket. Joga van igazságtalannak lenni velük szemben, hiszen honfitársai. Hanem erre még rátérünk azután is, majd, ha jobban megismerkedtünk, most egyelőre nagyon megelégedév, avval, ha megengedné Grófur, hogy bemutassam önt nőmnek Danglár bároni asszonynak. Ne vegye tulakodásnak, Grófur, hiszen az olyan kliens, mint ön. Félig meddig a családhoz tartozik. Mondta Krisztó meghajolti jeléül annak, hogy a bankár szíves ajánlata ellen nincsen kifogása. Danglár megrázta a csengőt, és egy bámulatosan agyon sújtásozott, ékes, köntösül lakká jelent meg a küszöbön. Itt van a bároné? – Igenis, bár úr. Egyedül van? Nem, van nála valaki. Ugye nem veszi rossz néven gróf úr, ha más jelenlétében mutatom be a bárónének? Vagy talán inkognitóban akar maradni? Nem, bár úr, válaszolt mosolyogva, mondta Krisztó. Sehol sem szoktam inkognitóban megjelenni. És ki van a báronénál? Talán Döbré? kérdezte Danglár, oly meleg érdeklődéssel, mely könnyű mosolyt csalt Monte Cristo ajkaira, mert hallott már egyet másta a derék báró családi titkairól. Igenis, báró úr, Döbrey úr van nála, válaszolta lakály. Ezután Monte Cristo felé fordulva elmagyarázta neki, hogy a szóban forgó úr házuknak már régi barátja és belügyminiszteri titkár más különben. Ami nőmet illeti, határozottan a rangján alul ment férhez, amikor nekem nyújták kezét, mert nagyon régi családból származik, leánykori neve, szervé a Nargon Márki ezredes özvegye volt, amikor megkértem. Danglár bárónét még nincs szerencsém ismerni, Döbrey úrral azonban már találkoztam. Hogyan, hol? Monkerféknél. Ah, oh, hát ismeri a kis Vikomtot? Együtt töltöttük a karnevált Rómában. Ah, – Á, igen, e ha hallottam volna is egyet s mást valami csodálatos kalandról a haramiák között. – Csodamódon tudott csak megmenekülni. – Azt hiszem, ő maga beszélt el a feleségemnek meg a leányomnak, amikor visszatért Olaszországból. – A báróni asszony szívesen látja az urakat, hangzott a színpadi jelmezbe bújtatott lakály ajkairól. – Akkor engedje meg, hogy én menjek előre és mutassam az utat. – Követni fogom, mondta Monte Cristo. 16. Az almás szürke fogat. Hosszú sor ízléstelenül túltömött pompás termen haladtak végig, míg Madame Dangler kis nyolc szögletű budóárjában nem értek, mely indiai muszlinnel áthúzott rózsaszín atlasszal volt bevonva, az odon szövetű karosszékek fája a császárkori divat szerint meg volt aranyozva, az ajtók fölött néhány pásztor jelenetet ábrázoló goblin szőnyek függött busé modorában. Végre két bájos pasztel egészítette ki a szoba berendezését, mely ízlésével határozottan kivált a palota többi termei közül. Igaz ugyan, hogy e kis terem berendezéséhez sem Danglárnak, sem a palota építőjének nem volt hozzászólása, mert a Váróné és Lucien Döbrey legalább ebben a kis zubban egyedül maguknak tartották fönn az elrendezés jogát. Dengler persze, mivel nagy bámulója volt a direktorium divatának, nem sokra becsülte ezt a kis kacérzugot, ahová különben nem is igen volt belépése, ha csak bemutatás véget nem vezetett oda valakit. Tulajdonképpen még akkor sem ő volt a bemutató, hanem inkább a bemutatott, kit azt szerint fogadtak jól vagy rosszul, amint a vendég arca jó vagy kellemetlen hatást tett a báronéra. Danglarné, ki 36 éve dacára még most is kiváló szépség volt, egy kis berakott fájú zongora előtt ült, Lucien Döbré pedig egy asztal mellett lapozgatott valami albumban. Lucien egyetmást elmondott már a grófról a báronénak, emlékezhetünk, mi így nagy hatással volt Monte Cristo, a Vikomt reggelie alkalmával valamennyi egybegyült vendégre. Bármi elfásult is volt Döbré, rá is hatnia kellett, és a maga módján már beszámolt róla a báronénak. Danglárné kíváncsisság, amit uti kalandjainak elbeszélése közben már Monkerfish fölidézett, az új részletek elbeszélése után te több pontra hágott. Az ongora, és az album nem is volt egyéb most egy kis társadalmi fogásnál, melyel az elfogultságot könnyebben lehet palástolni. A baroné oly szeretetre méltó mosolyjal fogadta férjét, ami nőhöz Dangler egyáltalán nem volt hozzászokva. A gróf meghajlását ceremoniás, de szíves üdvözlettel viszonozta. Lucien úgy üdvözölte, mint félig meddig már ismerősét, Dangler kezeit pedig baráti bizalmassággal szorította meg. E Baroni, engedje meg, hogy bemutassam önnek gróf Monte Cristot, kit egy római pályatársam a legkedvezőbb ajánlattal utasított hozzám. Egyetlen dolgot kell csak megsugnom, amivel szép hölgyeink valamennyiének egyszerre elcsavarja a fejét egy esztendőt szándékozik Párizsban tölteni, és potom hat milliót szán erre az időre. Bálok, ebédek és ünnepségek egész sorozatát sejtem, melyekből a grófú remélhetőleg nem fog bennünket kihagyni, valamint, hogy a mi apró kis estéjeinket sem fogja megvetni. Bár a bemutatás ugyancsak rávallott a bankár otromba esetlenségére, maga az a körülmény, hogy ez az ember egy esztendő alatt hercegi vagyont fog elpazarolni, danglárni érdeklődését most még határozottabban fölkeltette. – Mikor érkezett, uram? – kérdezte a báróné. – Tegnap délelőtt, asszonyom. – Szokása szerint természetesen most is a világ másik végéről? – ezúttal csupán csak Kádiból, asszonyom. A rosszabb kor már nem is jöhetett volna, Párizs nem nyújt semmi szórakozást nyáron. Bálokról, ünnepségekről, társas összejövetelekről szó sem lehet. Az olasz opera Londonban van, a francia mindenütt, csak Párizsban nem, és a Théâtre francé meg éppen szünetel. Egyéb szórakozásunk sem marad hátra, mint az a néhány nyomorúságos lóverseny a Mars mezőn és Szátoriban. Ön is fog futatni, Grófur? Én mindenre kész vagyok, asszonyom, amit Párizsban cselekszenek, ha elég szerencsés leszek, olyan valakire akadni, aki kellőképpen megismertet a francia szokásokkal. Ért a lovakhoz, gróf úr. Életem javarészét keleten töltöttem, s asszonyom bizonyára fogja tudni, hogy a keletiek csupán két dolgot becsülnek valamire ezen a világon, mégpedig a telivérlovakat és a szép asszonyokat. El lehetett volna annyira udvarias gróf hogy az asszonyokat említette volna megelőbb? Ebből láthatja, asszonyom, mennyire igazam volt az imént, amikor kívántam magamnak valakit, ki otthonossá tegyen a párizsi levegőben. Ebben a pillanatban Danglárné első komornája lépett be, és néhány szót sugott úrnője fülébe. Danglárné elsápadt. Lehetetlen, mondta. Ez a tiszta igazság, asszonyom? felelt a komorna. A báróné férje felé fordult. – Igaz-e, uram? E, – Micsoda, kérem szépen? kérdezte Danglár észrevehető nyugtalansággal. – Amit ez a lány mond? – De hát, mit mond? – Azt mondja, hogy a kocsis nem találja lovaimat az istálóban, mikor be akartam fogadni. Mit jelentsen ez, uram? E, – Hallgasson meg, asszonyom! – Nagyon is szívesen, uram, mert végtelenül kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. Ez, urak, legyenek közöttünk a bírák, és én magam mondom el, hogy van a dolog. Uraim, Danglár Bárónak tíz lova van az istálóban, e tíz közül kettő az enyém. Gyönyörű állatok, Párizs legszebb lovai, de hiszen ön ismeri az én almás szürkeimet, Döbré úr. Holnapra kölcsön ígértem a fogatott Wilfordnak, és a lovak eltűntek. Danglár bizonyára eladta őket néhány ezer frank nyerességért. oh, ezek a kalmárok, e micsoda alant járó népség. Azt mondjam, azok a lovak túlságosan is tüzesek voltak, hinto elé fogva, és néhányszor már szörnyű aggodalmat állottam ki ön miatt. hiszen tudja, hogy Párizs legnyalkább kocsisát fogadtam meg, aki egyenesen ezek mellé termett, ha csak azt is el nem adta a lovaimmal. De édesem, hiszen találok én még olyanokat, különbeket is, csak hogy azok békés természetű szelidálatok lesznek, és nem ijesztgetnek lépte nyomon halára engem. A báróné vállat vont, és mélységes megvetéssel nézett az urára. Danglár nem látszott észrevenni ezt a megvető mosolyt, és Monte Cristo felé fordult. Én valóban sajnálom, hogy nem ismerhettem meg korábban, Gróf Ön most rendezkedik be, ha nem csalódom. Igen, most igyekszem rajta. Fölajánlottam volna önnek azt a két lovat. Higgyel, Potom Áron vesztegettem el, csak hogy valami baj ne történjék velük, mert az efféle szila jószág csak fiatal embernek való. Hát köszönöm szíves ajánlatát, de délelőtt vásároltam meg és éppen nem drága lovakat. Ön is ért hozzá, Döbré úr, néze meg! Míg Döbré az ablakhoz lépett, Danglára felesége mellé oldalgott. Valaki rengeteg összeget ajánlott ezért a két lóért. Valami bolond, aki két kézzel szórja a pénzt, ma reggel hozzám küldte az emberét, és szó, ami szó, tizenhat ezer frankot nyertem azon a fogaton. Sose duzzogjon, édesem, négy ezer frankot adok belőle önnek. Kettőt Eugene-nek. Danglarné főtől talpig végigmérte az urát. – Ó, hát, káprázik a szemem? – kiáltott föl egyszerre döbré az ablak mellett. E – Emit mit mond? hogy vagy a szemem káprázik, vagy csak ugyanaz ön lovai vannak a gróf hintajába fogva. Ó, oh, az én almás szürkeim, kiáltotta a báron és az ablak felé rohant. Igen, igen, csak ugyanazok. Daglar nagyon megzavarodott. Ó, oh, lehetséges volna, fordult felé Monte Cristo színlel csodálkozással. Hihetetlen, marmolta a bankár. A báron és ugott valamit döbrének, ki azonnal félrevonta Monte Cristot. A báróné ohajtaná tudni, mennyiért adta el a férje a fogatot. Nem tudom egészen határozottan, az intendánsom lepett meg vele, de azt hiszem, harminc ezer frankot fizetett érte. A követ megvitta a feleletet a báronénak. Danglár szörnyen meg volt zavarodva, még mintha a gróf is megszánta volna. Lássa, mi hálátlanok az asszonyok, vigasztalta. Az ön aggódó figyelme meg sem illette a báronét. A hálátlan szó, meg nem is helyes kifejezés. Gyermekkességet kellett volna mondanom. De hiszen ön jól tudja, hogy a veszedelmes és tiltott dolog mindig a legkedvesebb az asszonyok előtt, legokosabban teszi hát báró úr, ha egész nyugodtan engedi a maga feje szerint cselekedni. A nőkkel szemben ez a leghelyesebb eljárás, ha azután fejjel mennek a falnak. Ám lássák, ők azokai. A férfi pilátusként moshatja a kezeit. Danglár nem válaszolt, érezte, hogy rettenetes zivatar van készülőben. A báróné haragosan összevont szemöldökei, már megjósolták az égi háborút. Döbré nem akarta útját állni a kitörésnek, és sürgős dolgait adva ürügyül eltávozott. Monte Cristo sem akart tovább maradni, nehogy elveszítse a már meghódított területet, s hirtelen ajánlva magát, maradtalékul hagyta a bárót Danglárné asszony bőszaragjának. – Pompás – gondolta magában Montecristo. – Oda jutottam, ahová akartam. Kezemben van a házi béke kulcsa, s egy csapással két legyet üthetek. Ha, mi szerencse! Hanem azért nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem meg Eugene kisasszonyt. Hey, – Ej, fő dolog, hogy Párizsban vagyunk, ami halad, el nem marad. Ilyen elvélkedések között robogott hazafelé. Két óra múlva Danglarné asszony rendkívül kedves levelet kapott Monte Cristótól, melyben a gróf kijelenti, hogy Párizsi szereplését nem szeretné azzal megkezdeni, hogy egy szép asszonyt kétségbe ejtsen, s tisztelettel kéri, fogadja vissza szívesen a lovait. Még az eredeti lószerszámot is rájuk rakatta, csak a hám arany rózsáiba foglaltatott egy-egy émántot. Danglár is kapott levelet tőle, bocsánatot kért benne, hogy ilyen keleti módon küldi vissza a bároné lovait. Monte Cristo Ali kíséretében még ott Ottőjbe is ellátogatott este. Másnap, úgy három óra tájban megcsendült az Alit hívó harang. A néma megjelent a küszöbön. Ali, te többször említetted már nekem, hogy ügyesen veted a pányvát. Ali büszkén vetette fel a fejét. Jól van, és le tudnál vele kapni a lábáról egy bikát? Ali igen bolintott rá. Hát egy tigrist? Ali ugyanolyan módon válaszolt. Vagy egy oroszlánt? Ali utánozta a pányva vető mozdulatot, és könnyebb megérthetés véget el is bődült mellé. Értem, értem. Vadásztál is már oroszlára? A nubiai büszke intett rá igent. De meg tudná leállítani két neki vadult lovat? Ali mosolygott. Akkor hát figyelj rám. Nem sokára ugyanaz a két almás szürkeló, amely tegnap még az enyém volt, megbőszülve erre fog ragadni egy kocsit. Ha törik, szakad is, azt a kocsit meg kell állítanod itt a kapu előtt. Ali lesietett az utcára, és a sarkával egy bár láthatatlan, de jelnek elég érthető vonalat húzott a kövezeten, azután ismét fölment, és arra felé bökött a hüvelykével. A gróf gyöngéden megveregette a vállát, ebben szokta kifejezni megelégedését. Ali azután elment a ház elé, és a kapu sarok kövé letelepedve nyugodtan pöfékelt, hosszú szárú csibukjából, Monte Cristo azután már nem is törödött vele többé. Hanem úgy öt óra tájban, amikor a kocsinak érkeznie kellett, már észrevehető volt rajta némi nyugtalankodás. Felalá járkált a szobában, időnként kitekintve, hallgatózva, majd egészen kihajolva az ablakon, mely alatt Ali oly szabályossággal fújta a füstöt, mintha a világon egyéb gondja sem lett volna. Egyszerre égtelenül lármás robogás hallatszott a távolban, mely azonban villám gyorsasággal közeledett, azután hirtelen látható lett egy hintó, amelynek kocsisa a neki bőszült vadul horkoló, vérben forgó szemű tajtékzó paripákat nem tudta többé féken tartani. A hintóban egymást szorongató aggodalommal átölelve egy fiatal nő és egy 7 nyolc esztendős gyermek remegtek, a rémülettől még a segélyhívásra is képtelenül, ha a kocsi véletlenül megzökken valami kiálló kődarabon, menthetetlenül darabokra szakad. Őrült száguldozással robogott végig az út közepén, s a járókelők rémült sikoltozása az egész utcát betöltötte. Ali most már elhajította a csibukját, és kirántva a pányvát, úgy oda pöndörítette az egyik ló lábai közé, hogy háromszor is ráhurkolódott, a szédítő vágtatást azonban még ez sem vágta ketté, a ló csak három-négy lépésnyi ugrás után zuhant a kocsi rúdra, melyet összetörve megrémítette a másik lovat is, s az remegő inakkal hirtelen megtorpant. A kocsis fölhasználva e pillanatot leugrott a bakról, hanem Ali már akkor megragadta vasmarkával a másik ló órát, mely tüszkölve fújva, hörögve rogyott le a párja mellé. Mindez egy szempillantás alatt történt. Hanem azért mégis elég idő volt arra, hogy annak a háznak az ura, hol a baleset történt, hirtelen oda a szolgáival. Mikor a kocsis fölnyitotta az ajtót, fölkapta a hölgyet, ki egyik kezével, még most is görcsösen kapaszkodott az ülésbe, másik kezével elalét fiacskáját szorítva magához. Monte Cristo bevitte mindkettőjüket a szalomba, és a kerevetre ültetve bátorítgatta: Nincs mitől tartani a többi asszonyom, szerencsésen megmenekült. A nő fölocsúdott már, de felelet helyett minden könyörgésnél lékesebben szóló arckifejezéssel mutatott a fiára. A gyermek még mindig nem tért eszméletre. A gróf megvizsgálta és megnyugtatta az anyját. Nem történt semmi baja, csak az ijegység vette el az eszméletét. Ó, uram! kiáltott föl a kétségbe esett anya. Ugye? Csak azért mondja, hogy megnyugtasson, nézze! Minő halvány, édes szép magzatom, Edwardom, beszélj hát, felej, orvost, orvost hamar, mindenem azért, aki megmenti a fiamat! Monte Cristo igyekezett megcsillapítani a siránkozót, s egy fali szekrénykéből kis aranykarikás üvegcsét vett elő, s vérvörös tartalmából egyetlen csöppet hullatott a gyermekajkai közé. A fiú azonnal fölnyitotta a szemeit, bár arca még mindig fehérebb volt a falnál. Anya szinte örjöngött örömében. – Hol vagyok? – hebegte zokogva. – Kinek köszönhetem fiam életét? Azok után a rettenetes gyötrelmek után. Olyan embernél van asszonyom, ki végtelenül örül, hogy elháríthatta önökről a bajt. Ó, oh, átkozott kíváncsiság, egész Párizs csak Danglárné pompás lovairól beszélt, és én elég bolond voltam megkívánni őket egy napra. Hogyan? kiáltott fel a gróf, kitűnően játszott meglepetéssel. Ezek a bárónő lovai. Igen, uram, ismerős talán? Danglár báróné. Tegnap óta vagyok, hogy szerencsés, hogy ismerőseim közé számíthatom, és kétszeresen örülök, hogy megmenthettem a veszedelemtől, mely el lovak által érhette volna, mivel a lovak tegnap még az enyémek voltak, de a báró nékinek tudta nélkül kerültek hozzám, annyira sajnálta, hogy újra fölajánlottam őket neki, és most tulajdonképpen én lettem volna oka a bajnak. Ön tehát az a Monte Cristo gróf, akiről annyit beszélt nekem tegnap, Örmin? Igen, asszonyom. És én, uram, Eloaz de Vilfor vagyok. A gróf oly módon üdvözölte, mintha most halaná e életében először. Mi végtelenül hálásan fog önre gondolni, Vilfor is, mert elvégre is mindkettőnk életét önnek köszönheti. Az ön derék szolgájának lélek jelenléte nélkül már szétroncsolt tagokkal hevernénk az utcakövein. Így el, asszonyom, még most is borzongok, ha arra az őrült vágtatásra gondolok. Remélem nem fogja ellenezni, hogy annak a derék embernek méltó jutalmat adjak önfeláldozó hősieségért. Bocsásson meg asszonyom, de határozottan arra kell kérnem, hogy sem dicsérő szóval, sem jutalommal ne kényeztessel, mert még megtalálja szokni. Ali a szolgám, és mikor önöket megmentette csupán, nekem szolgált, ami kötelessége volt. De hiszen életét is kockáztatta, mondta Wilfordné, kire nagy hatással volt ez a határozott kijelentés. Az az élet az enyém, asszonyom, mert annak idején én mentettem meg. Bill Forney elhallgatott rövid merengésében talán éppen erre az emberre gondolt, ki egy csapásra oly nagy érdeklődést keltett maga iránt mindenkiben. E rövid hallgatás alatt a gróf kedvére nézegethette a gyermeket, kit anyja csókjaival halmozott el. Apró, vézna csemete volt, hófehér azbőrű, amilyenek a vörös hajú gyermekek szoktak lenni, bár a fésűvel hadilábon álló dús fürtjei szén fekete hullámokban omolva vállaira. Fekete keretből ragyogtatták elő fehér arcát, még élén kebbé téve, sunyi alattomossággal hunyorgó szemeit. Ajkai újra fölpirulva, finomak, bár kisé nagyobbak voltak a keleténél. Nyolc éves volt még csak, de koravén vonásai inkább tizenkettőre valottak. Első mozdulata volt kitépni magát anyja dédelgető karjaiból, és odarohanni a kis fali szekrényhez, melyből a gróf az orvosságos üveget szedte elő. Nem sokat kérdezősködött, hogy szabad-e vagy nem, hanem az elkényeztetett gyermek modorával azonnal neki látott az üvegek kidugaszolásának. Ne nyúljon hozzá, barátocskám, szólt rá erélyesen a gróf. Veszedelmes dolgok vannak ott, és nem csak meginni, de még bele sem tanácsos egyik másikat. Wilforné elsápadt és rémülten vonta ölébe fiát, hanem az ijegység elmúltával ő maga is gyors, de nagyon sokat kifejező pillantást vetett a szekrénykére, mely nem került el a gróf figyelmét. Ebben a pillanatban lépett be Ali. Wilforné láthatólag megörült neki, és rámutatva mondta a fiának. Látod, Edward, ez az a derék ember, aki élete kockáztatásával állította meg a bokros lovainkat. Köszönd meg neki, te is szépen, mert nélküle bizony, alig ha meg nem haltunk volna mind a ketten. A fiú ajkát bigyeztve megvetően fordított neki hátat. E, utálatosan csúnya képe van. A gróf olyan formán mosolygott, mintha az a gyermek megfelelt volna várakozásainak. Vilforné pedig oly gyöngéd és hízelgő szavakkal dorgálta meg, hogy ez a kis pirongatás alig ha lett volna ínyére Jean-Jacques Rousseau-nak, ha a kis Eduardot véletlenül Emilnek hívják. Lásd, Alim, mondta arabul Monte Cristo, ez a hölgy arra kérte a fiát, hogy köszönje meg neked életük megmentését, de a kölyök avval utasította vissza, hogy förtelmesnek talál téged. Ali a gyermek felé fordította értelmes arcát, de még Monte Cristo is csak orlikainak tágulásáról vette észre, hogy a núbiait szíven találta ez a megvetés. Uram, mondta Vilforné már útra készülőben, Állandóan ebben a házban tartózkodik? Nem, asszonyom, ez csak nyaralóféle. Tulajdonképpen lakásom a Sánzelize 30 szám alatt van. De látom, teljesen lecsillapultak már, és haza óhajtanak menni. Ugyanezeket a lovakat most az én kocsimba fogják befogni, és Ali, ez a csúnya képű bácsi, folytatta a gyermekre mosolyogva, haza szállítja önöket, mi alatt az önök kocsisa valahogy összeigazgatja a megrongált hintot. Ha úgy, ahogy lehetséges, rendben van a kocsi, azonnal el fogom küldeni néhoz. Hanem én a világért sem bízom magamat többé azokra a lovakra. Csak bízza magát rájuk bátran, asszonyom, meg fogja látni, hogy Ali kezei alatt úgy megszelidül mind a kettő, mint a kezes bárány. Ali már forgolódott a lovak körül, bár csak nehezen tudta lábra állítani őket. Ecetbe mártott, szivacsal mosogatta a tajtéktól mocskos orrukat, és halántékukat, mit a két nemes állat egész testében reszketve bár béként ürt. Azután a megrongált kocsi megbámulására, összeverődött tömeg szeme láttára befogta a lovakat a gróf kocsiába, fölugrott a bakra, és a nézők legnagyobb bámulatára, kik még csak az imént látták, hogy vadul rohanni a két megfékezhetetlen paripát, Ostorának félelmetes suhogtatása dacára sem tudta ügetéssel nógatni a híres két almás szürkét, és bizony két óra is beletelt, amíg a szomorúan kocogó fogattal megérkeztek Vilforék Farburg Szent Honorbéli palotája elé. Alig érkeztek haza, a lejátszódott családi jelenet után Wilforné asszony azonnal asztalhoz ült, és Danglár nénak kedves barátnőjének a következő levelet írta: Kedves Ermin! Csodálatos módon éppen az imént mentette meg életemet a gróf Monte Cristo kiről. Annyit beszéltünk tegnap, és kiről nem is álmodtam, hogy még ma megismerhetem. Ön, kedvesem, annyira lelkesedett érte tegnap, hogy én nem győztem eléggé mosolyogni felette, de ma már belátom, hogy az a lelkesedés nem csak, hogy megilleti azt az embert, de szinte kevesebb még, mint amennyit érdemel. Lovai Renelé közelében megbokrosodva úgy elragadtak, hogy drága Eduárdommal egyetemben alig ha maradhattunk volna épségben, és talán a legelső útba eső falon zúzódhattunk volna szét, ha egy szerecsen, egy núbiai, vagy micsoda, szóval a grófnak egy fekete szolgája egy intésére a lovak elé nem veti magát, és élete kockáztatásával meg nem állítja a vadul száguldó paripákat. Még most is csodálom, hogy életében nem került ez a vakmerő vállalkozás. A gróf azonnal lefutott hozzánk, és mindkettőnket fölvitt a szobájába, és elalélt fiacskámat csak hamar életre keltette. Az ő kocsiában tértem haza, az önét valószínűleg csak holnap fogja visszaküldeni. Lovaira alig lehet ráismerni azóta, oly csüggetten járnak, mintha röstelnék, hogy egy ember fékezte meg eszeveszett futásukat. A gróf nevében mindjárt azt is megírom, hogy a szokott abrak helyett egy-két napig csak árpát adjanak nekik, pihentessék, és két nap múlva ismét olyanok lesznek, mint azelőtt, előtt, vagyis rettenetesek, legalábbis az én szememben. Isten önnel, a kocsizást nem akarom megköszönni, bárha jól felgondolom, hálátlanságot követek el, hiszen éppen a megbokrosodott lovaknak köszönhetem, hogy megismerhettem a grófotkit, millióiról nem szólva, Oly érdekesnek és különösnek találok, hogy minden áron tanulmányozni fogom még akkor is, ha ugyanazokkal a lovakkal kellene még egyszer megtennem ezt az utat. Eduard bámulatos lelki erővel viselte el a balesetet, elájult ugyan, de egyetlen sikoltását sem hallottam, még azután sem fakadt könnyekre. Persze őn azt fogja mondani, hogy anyai szereteten vakít el annyira, de el, hogy törhetetlen vas lélek lakozik abban a törékeny, vézna teremtésben. Valentine köszöni a bájos eugenie önt pedig szívből üdvözli. Éloá Utóirat. Találjon ki valamit, hogy ismét megláthassam a grófot, mert minden áron látni akarom. Egyébként már nógattam Wilfort, hogy látogassa meg. Remélem, hogy a látogatást viszonozni fogja. Estére már közszájon forgott az otői esemény. Albert avval köszöntött be anyjához, hogy Chateau Renaud a Jockey klubban Döbré a miniszternek újságolt el, sőt, még Bossamp is húsz sornyi napi hírrel emlékezett meg e nemes idegenről, ki a mágnás hölgyek szemében most már valóságos hősélet. lett. Valósággal zarándokoltak Wilforékhoz, hogy közvetlenül Wilforné szájából hallhassák meg az érdekes kalandot minden részletével egyetemben. Wilfor pedig már csak a házi béke kedvéért is, fekete kabátosan, fehér kesztyűsen, s még az este elhajtatotta a élisé 30 száma alá. 17. Ideológia Ha a Monte Cristo benszülött Párizs lett volna, minden esetre többre becsülte volna vilforlátogatását látogatását. Ez a derékúr mindenkor bejáratos volt az udvarhoz, akár az idősebb, akár az ifjabb ág viselte a koronát, és akár halandó, Akár maradi párton volt az ország miniszterelnöke, mindenre alkalmatosnak találták, mint általában mindazokat szokták, akik politikai értelemben még nem vallottak kudarcot. Írigye volt bőven, de néhányan ugyancsak tolták a szekerét, anélkül azonban, hogy bárki is szerette volna. Ilyen formán jutott föl Vilfor úr arra a magaslatra, melyet hivatalos minőségében elfoglalt, s e magaslaton meg is vetette a lábát, mintha Erlé vagy mol lett volna. Szalonyában második felesége és első házasságából származó, alig 18 esztendős leánya, a már szinte vallássá lett hagyományos etikett szellemében vezették a társalgást. Fagyos udvariasság, az uralkodó kormányhoz való föltétlen ragaszkodás, mélységes megvetése minden teóriának és minden teoretikusnak, teljes és tökéletes gyűlölet az ideológiának. Ezekben összegződik Wilford külső-belső nyilvános és magánélete is életfelfogása. Nem csak hivatalnok, hanem egy kissé diplomata is volt. A régi uralom alatt tett szolgálatai, az elébbi kormányról tett mindenkor tisztelet teljes és gáncsolhatatlan nyilatkozatai segítették magát az új udvarnál is behizelegnie. és mivel sok mindenfélét tudott, nem csak kíméletből tartották meg, hanem tanácsért is fordultak hozzá olykor. Lehet, hogy másként történt volna a dolog, ha sikerül tőle megszabadolniuk, hanem Vilfor bevágta útját minden efféle kísérletnek, és a lázadó hűbér urak példájára megerősített bástyák mögé vonult. Vala pedig az ő erőssége a király ügyészi hivatal, melynek csodálatos módon ki tudta aknázni minden előnyét, s melyről csak akkor mondott volna le, ha megtörve semlegességét és végképp elpártolva a kormánytól képviselővé választatta volna magát. Általában nem igen tett, de nem is fogadott látogatásokat. Elvégezte helyette a hites társa, és a világ meg sem ütközött rajta, mert visszavonultságát mindenki hivatalos gondjainak és sokoldalú elfoglaltságának rótta föl, pedig számítás volt az egész, az arisztokratikus gőg hatás vadászó elvének egyszerű alkalmazása. Tégy úgy, mintha megbecsülnéd te magadat, és mások is megbecsülnek. Mennyivel kitűnőbb axióma a mi társadalmunkban a görögöknél, ismert meg te magadat, melyet manapság százszorta könnyebbel és hasznosabbal helyettesítünk, ismerj meg másokat. Barátai hatalmas pártfogóra találtak Vilforban, hanem annál félelmetesebb, annál elkeseredettebb ellenségre a támadói. A közömbösökkel szemben maga volt a megtestesült, sérthetetlen törvény, Arca érzéketlen, tekintete többnyire bágyadt, fénytelen, alkalomattán éles, fenyegető és átható. Ilyen volt ez az ember, kinek talapzatát négy egymásra következő forradalom vetette és szilárdította meg. Olyan híre kelt, mintha nálánál közönyösebb és elfásultabb ember már nem is lett volna az egész országban, minden esztendőben adott egy-egy bált, hanem csak egy negyed órára jelent meg a vendégei között, vagyis három negyed órával rövidebb időre, mint a király az udvari bálon. Színházban, hangversenytermekben nem látták soha, társaságban egyáltalán vajmi ritkán volt látható, és ha elvétve mégiscsak megjelent valahol egy viszt partira, siettek méltó társat találni hozzá, ami természetesen csak olyankor sikerült, ha legalább egy követ püspök, herceg, valami fő-fő hivatalnok vagy özvegy hercegné vállalkozott a kitűnő szerepre. Ilyen volt ez az ember, kinek a fogata most Monte Cristo kapuja elé robogott. A gróf asztala fölé hajolva éppen a Szent Péterváról Kínába vezető utat tanulmányozta a térképen, mikor a komornyik bejelentette a látogatót. A király ügyész szakasztott olyan kimért és fontos lépett be, mintha a törvényszéki ülésterem küszöbét lépte volna át, még mindig ugyanaz, vagy jobban mondva, ugyanannak az embernek folytatása volt, akivel Márszejben még mint helyettes ügyészszel találkoztunk. A törvényeihez ez mindenkor következetes, természet rajta is csak annyit változtatott, mint amennyit a halandó korral változtatnia kellett. Akkoriban karcsú volt, most sovány, valamikor halvány, most sárga, Szemei mélyen beesettek, és aranykeretes csiptetője volt arcának legfőbb békessége. Fehér nyakkendőjét kivéve, fekete volt rajta, tetőtől talpig minden, és ezt a gyászos szövetséget csak a gombjuka táján szakította meg. Egy kis keskeny vörös szalag, mely olyan volt, mintha valaki vérbe mártott, ecsetet húzott volna végig a kabátján. Bármennyire uralkodott is magán, mondta Kristó, mégis látható érdeklődéssel szemlélte ezt az embert, ki már hivatalánál fogva bizalmatlan és gyanakodó lévén nem sokat adott a társaságban mende mondákra, és inkább valami új, teretkereső ipar iparlovagnak vagy csődbe jutott bank zsírján hízott világcsalónak tartotta a Monte Cristo néven nevezetességre jutott nemes idegent, mint a Szent Szék hercegének vagy az ezer a csodás hatalmú szultányának. Uram, Szólalt meg Wilfor azon az éles rikácsoló hangon, melyet hivatalos működése közben a szószéken használt, és annyira megszokott és annyira gyönyörködött benne, hogy nem is tudta már, de nem is akarta volna levetkezni többé. Uram, ez a rendkívüli szívesség, melyel tegnap nőmet és fiamat kitüntette, kötelességemmé tette, hogy személyesen mondjak érte köszönetet. Sietek, Lerónia, tartozást fogadja hálám legőszintébb kifejezését szemei beszéd közben egy pillanatra sem vesztették el rideg, hivalkodó kifejezésüket. Még ezt a néhány köszönő szót is a királyi ügyész ellentmondás nem tűrő hangján mondotta el, azzal a peckes magatartással, amire tányérnyaló hivatalnokai ezt a hizelgő bókot szokták alkalmazni, hogy olyanná teszi, mintha a törvény megelevenedett szobra volna. – óram válaszolt a gróf rideg fagyosságában, mivel sem maradva mögötte – Rendkívül örülök, hogy egy fiú életét megőrizhettem az anyának, mert az anyai szeretet mindenek fölött való szent érzelem, és éppen ezért, mivel annyira örülök a véletlennek, ön minden tekintetben föl van mentve a hálálkodástól. Ha azonban mégis fölkeres vele, tisztelettel fogadom, és annál inkább megbecsülöm, hanem azért be kell vallanom, hogy az ön elismerése távolról sem elégít ki annyira, mint az önmagammal való megelégedés. Ez a nem várt támadás egy kicsi kihozta sodrából az ügyészt, úgy megremegett, mint a vasba öltözött vitéz, akinek a vértjén nagyot koppan az öklelő fa. Megvető mosolyra görbült ajka világosan elárulta, hogy Monte Cristót nem tartja rangbéli embernek. Szeretett volna másra térni, és maga körül tekintgetett, hogy valami alkalmas tárgyat találjon a megakadt társalgás folytatására. Megpillantotta az asztal hosszában kiterített térképet, mely beléptekor a grófot foglalkoztatta. Kapott rajta. Ön foglalkozik a földre az is, uram? Kimeríthetetlen tudomány az, és önnek ki annyi országot bejárt már, különösen kedves lehet. Igen, uram. Ugyanúgy kísérletezem az emberekkel, mint ön, csak hogy tömegekben és nem kivételes egyénekben tanulmányoztam a lélektant. Úgy vélem, hogy az egész Ről könnyebben következtethetek az alkotó részre, mint megfordítva. A mennyiségek tudományának örök sark igazsága, hogy az ismertről haladjunk az ismeretlen felé. De foglaljon helyet, kérem. Montecristo egy karos székre mutatott, melyet vilfor maga volt kénytelen közelebb görgetni hozzá, ő maga pedig abban foglalt helyet, amelynek könyöklőjén az ügyész beléptekor térdelt, és ilyen formán csak félig fordult a vendége felé állt az ablakhoz, a térképre könyökölve, elmosódott a helyzeten, mely hasonló volt a Monkerf és Danglár urakkal folytatott első eszmecseréhez. Ha nem a beszélgetés tárgyát illetőleg, hanem a társalgok között való viszonyt tekintve. – Elből cselkedik! – szólt egy kis idő múlva Wilfor, ki összeszedve magát, erőt gyűjtött kemény ellenfelével megbírkozni, mint az atléta. – Szavamra mondom, ha nekem sem volna semmi tenni valom, mint önnek! – nem választanék magamnak így szomorú foglalkozást. Igaza van, uram, mert az ember csak ugyan ocsmány féreg azelőtt, aki mikroszkoppal vizsgálgatja. Hanem, ha jól hallottam az imént, azt tetszett mondani, hogy nékem semmi dolgom sincsen. Mit gondol, uram? Van-e valójában önnek? Vagy hogy világosabban tegyem föl a kérdést? Megérdemli-e, hogy valaminek nevezzük azt, amit ön cselekszik? Ez a második, még keményebb csapás ugyancsak érzékeny részén sebezte meg az ügyészt. Nem volt szokva hivatalos fontosságának ilyetén mérlegeléséhez, és ezt a paradoxont legalább ilyen formában most hallotta életében először. Nem is késett soká a felelettel. Ön idegen és tájékozatlan a mi ügyünkben, uram, hiszen, mint maga mondta, élete java részét keleti népek között töltötte. Arról tehát fogalma sem lehet, mi óvatosan kimért mederben folyik nálunk az igazságszolgáltatás, mely a barbár népek között oly hamarosan elkészül az ítélettel. Jól van, elfogadom, hanem azért mégiscsak a régi, pede Claudot látom benne. Jól ismerem az efféle dolgokat, mert minden népek között elsősorban a törvényekkel foglalkoztam, és a világ minden népének büntető jogát, a természeti joggal összehasonlítva, arra az eredményre jutottam, hogy éppen a kezdetleges, félművelt népek törvénye van az isteni törvényhez legközelebb, mivel a visszatorlás elvén alapszik. Ne, ha nálunk is ilyen fölfogás uralkodna, hamarosan lesoványodnának a büntető törvénykönyv fóliói, és beválna az, amit az imént tetszett mondani, hogy a hivatalnokoknak tényleg alig akadna dolguk. Még elkövetkezik az az idő, hiszen tudjuk, hogy az emberiség minden új találmányával az egyszerűsítésen munkálkodik, mert egyedül az egyszerű lehet valóban tökéletes. Eh? Hanem addig is! Amíg bekövetkezik ez az áldott kor, használatban marad a mostani büntető törvénykönyv, mely kétség kívül sok ellentmondást foglal magában, nem hiába szűrődött le három hatalmas nép a római, a gall és a frank joggyakorlatából. Hanem azt már meg kell engednie, hogy nehéz munkába kerül e törvények szellemébe hatolni, valamennyit megtanulni, mégpedig úgy, hogy mindenkor alkalmazni tudjuk. Ne elismerem, hanem amennyit ön a francia törvényekkel foglalkozott, ugyanannyit foglalkoztam én nem csak Evvel, hanem a föld minden népének törvénykönyvével, az angollal, törökkel, japánnal, hinduval, és éppen olyan jól tudtam alkalmazni valamennyit, mint a franciát. Így hát azt hiszem, teljes joggal állíthatom, hogy viszonyítva az én tanulmányaimhoz, ön még valami keveset végzett, és töménytelen sokat kellene még tanulnia. És miért tanulta ön minden dolgokat tulajdonképpen? kérdezte elbámulva Vilfor. Monte Cristo mosolygott. Úgy veszem észre, hogy dacára kiváló hírének, ön is csak a leganyagibb, legközönségesebb társadalmi szempontból tekinti a dolgokat. Kezdi az emberen, és vele is végzi. Vagyis a legszűkebb, legkorlátoltabb határok között mozog, mely békjóba verheti az emberi értelmet. Vilfor kezdett belezavarodni ebbe a beszélgetésbe. Magyarázza ki magát bővebben, nem értem önt. Csak annyit mondtam kérem, hogy a társadalmi rendszerben ön csak magát a gépet látja, talán az utolsó kis csavarig, de a gépészt, e nagy mechanizmus urát és kormányzóját nem veszi észre. Azokat látja csupán maga körül, kiknek a miniszter vagy a király írta alá kinevezési okmányát, de azok elkerülik a figyelmétkéket Isten az érdemteljes urak, miniszterek és királyok fölé helyezett. Nem olyan rendeltetéssel küldő őket a világba, hogy elfogadjanak egy bizonyos helyet, hanem hogy magasztos küldetést végezzenek. Talán az emberi szervezet gyöngesége és tökéletlensége tesz sokakat ilyen vakká. Óbiás is csupán mindennapi embernek tartotta az angyalt, aki eltávoztatta szemeiről a hájogot, és Attilában is csak azt a hódítót látták a népek, mint minden más barbár hadvezérben, pedig mindkettőnek isteni küldetése volt. De nem értette volna senki meg, ha ki nem jelenti az egyik, hogy Én vagyok az urangyala, a másik pedig, hogy Én vagyok az isten ostora. Wilfor most már nem tudta hányadán van, és bolond de az, aki neki mindezeket mondja vagy részeg. Ez szerint, tehát ön is ilyen kiváltságos isteni küldöttnek tartja magát? Hát miért ne? Ö, meg, uram, de mikor beléptem önhöz, fogalmam sem volt arról, hogy oly emberre fogok találni, ki szellemben és tudásban egyaránt annyira fölülmúlja az átlagos társadalmi embert, ha, nálunk a romlásba taszító civilizáció szerencsétlen áldozatainál szokatlan dolog, hogy egy roppant vagyonnal rendelkező fő úr társadalmi problémák megoldásával és a bölcsészet álmodozó elméleteivel foglalkozik, mikor legfőjebb azok számára lehet vigasztaló hatással, kiket földi javakkal nem áldott meg a sors. Ugyan mondja, kérem, soha sem találkozott még egyetlen kivétellel sem az alatt az idő alatt, míg magas polcára följutott nem éles meg tekintetét az emberlátás gyakorlatában, mit oly elkerülhetetlenül szükséges lehetőleg biztossá tenni az életben, hogy első pillantásra fölismeri az embert ki útjába kerül? Az ön hivatása mellett a törvény emberének, a jog csavarás furfangos mesterének nincs -e szüksége arra a kis kutató acélpálcikára, hogy megmérje vele a szívek mélységeit, nincs -e szüksége arra a próbakörre, amelyel megállapíthatja, hogy minden emberi szív többé-kevésbé nemes ércel elegyes keverékében mennyi a valóságos színarany. Hát szavamra mondom ennek, uram, határozottan zavarba hozott, így még nem hallottam beszélni senkit sohasem. E, csupán azért, mivel nem tud kivergődni a mindennapi emberek gondolkozás módjából, és nem merészkedett még sohasem egyetlen hatalmas száncsapással a magasabb szvérákba emelkedni, melyeket Isten kivételes, láthatatlan teremtményeivel népesített be. És ön azt állítja, hogy a mesebeli szvérák valósággal megvannak, és kivételes, láthatatlan lakói beleavatkoznak az emberiség dolgaiba? Hát miért ne? Vagy látja ön a levegőt, amely nélkül el sem tudna lenni? Etet. Azokat sem láthatjuk ki körül, az imént beszélt. Ha megengedi a mindenható, hogy por porköntöst öltsenek magukra, akkor igen. Megérintheti, megtapinthatja őket, kézzel fokatók és felelnek, ha kérdezi. Wilfor nem állta meg, hogy el ne nevesse magát. <laughs> hát sokért nem adnám, ha szembe kerülnék egyszer valami ilyen kiváltságos teremtéssel. Kívánsága már be is teljesült, uram. Az imént is beszélt vele, sőt, még most is vele beszél. Ön volna tehát? Eltalálta. Én is egy vagyok közülük, és alig hiszem, hogy valaha az enyémhez hasonló helyzetben lett volna valaki. A királyok birodalmát hegységek, folyamok, népszokások, nyelvek, vagy tudom is én mik határolják. Csak az enyémet nem határolja semmi, mert nem vagyok sem olasz, sem francia, sem hindu, sem amerikai, sem spanyol, nem tartozom e világon semmiféle nemzethez. Kozmopolita vagyok. Senki sem tudja, hol jöttem a világra, és csak az Isten a megmondhatója, hol fogom elhagyni. Nem idegen előttem, semmi nép szokása, és minden nyelvet beszélek. Ön talán született franciának tart, mert szakasztott oly tisztán beszéleme a föld nyelvét, mint ön, de Ali, núbiai rabszolgám, meg van győződve, hogy arab vagyok. Bertuccio, az intentánsom, olasznak vél, Haydém pedig görögnek, és így, mivel hazámnak egy országot sem vallok, nem szorulok semmiféle kormány védelmére, honfitársat, fele barátot nem ismerek, semmiféle okom sincsen a hatalmasok aggodalmaira, és könnyen lépem át az akadályt, amelytől a gyenge visszariad. Két ellenségem van csupán, de ezek sem győznek meg soha, csak meg kell küzdenem velük. És ez a távolság és az idő. A harmadik, a legfélelmetesebb, hallandó voltam. Ez az egyetlen akadály, amely megkezdett utamon föl tartóztathat, mielőtt célomat elérném. A többivel leszámoltam már. A bukást, veszedelmet, váratlan csapást, mit az emberek a sors változékonyságának neveznek, előre látom és nyugodtan fogadom, ha netán elér. Ha nem halnék meg soha, örökké megmaradnék annak, aki most vagyok, ezért merészkedem olyan dolgokat mondani önnek, ami nőket még a királyok ajkairól sem hallott soha, mert a királyoknak szükségük volt önre, a többi ember pedig rettegte, mert ki mondhatná a mi fonák társadalmi rendszerünk mellett egész biztonsággal, én nekem nem nyűlik meg a bajom sohasem a király ügyésszel. Ön maga sem, uram, mert attól a perctől fogva, hogy a francia földre tette a lábát, a dolgok természeténél fogva, ön is a francia törvények alá került. Jól tudom, uram válaszolt Monte Cristo, hanem ennek ellenében is van egy kitűnő módszerem, amelynek segítségével első dolgom, mihelyt idegen országba kerülök, mind azokat az embereket kifürkészni, akikre számíthatok, vagy akiktől tartanom kell, és megvannak hozzá az eszközeim, hogy legalábbis úgy kiismerjem, hogy bárki legyen is a királyi ügyész, ha netán dolgom lenne vele valamikor, hamarabb zavarba kerülne, mint maga. Azt akarja talán mondani ezzel, mondta egy kissé habozva Vilfor. Vagy az emberi természet gyarló, és minden ember elkövethet életében valami hibát? Hibát vagy bűnt, mondta teljes közönnyel Monte Cristo. Vilfor egy kissé ingerülten válaszolt. És ezek között az emberek között, akikkel ön saját szavai szerint még fele barátjaiul sem ismer el. Egyedül ön a tökéletes? Távolról sem tökéletes csupán, kifürkészhetetlen. E de hagyjuk el már, úgy veszem észre, önnek kellemetlen ez a tárgy. Hanem azért tessék elhinni, hogy engem éppen oly kevéssé fenyeget az ön hivatalos hatalma, mint önt az én kifürkészhetetlen természetem. Wilfor attól tartott, hogy legyőzöttnek ismeri el magát, ha nem vitatkozik tovább, és ezért még élénk ebben folytatta. Ne higgyel, uram! Az ön lebilincselő társasága valósággal túllemelt a hétköznapiságon, és ez a beszélgetés már több, mint egyszerű társalgás szinte értekezésnek lehetne nevezni. Tudja, mi kegyetlen igazságokat szoktak kereken kimondani a szorbonnei teológusok, mint általában minden filozófus? Vegyük mi is úgy a dolgot, mintha társadalmi teológiáról vagy a teológiai filozófiáról vitatkoznánk, és engedje meg, hogy annak megfelelő egyenességgel mondjam a szemébe, testvér, ne bízd el magad, mert ha mások fölébe kerekedtél is, fölötted is van még valaki, maga az Isten. Ő mindannyiunk fölött van, mondta oly erős nyomatékkal Monte Cristo, hogy Wilford akaratlanul is összerezzent. Az emberekkel szemben tele vagyok gőggel, mert a kígyók mindig készek megmarni, ki fölöttük áll és szét nem tiporja fejüket. Hanem Isten előtt megalázom magamat, ki a semmiből tett azzá, amivé lettem. He, gróf úr, bámulom önt, mondta Wilford, ki e különös pár beszédben először adta meg Monte Cristónak az arisztokratikus címet, az eddig használt egyszerű megszólítás helyett. És ha ön valósággal olyan erős és hatalmas valósággal oly kifürkészhetetlen, mint ahogy mondja, úgy joggal állítja magát különben embernek a többinél. Hanem azért önnek is kell lennie valami becsvágyának. És volt is, uram. Mi? Engem is, mint életében egyszer talán minden embert, fölvitt a sátán a föld legmagasabb hegycsúcsára, és megmutatva onnan a nagy föld kerekséget, úgy szólt hozzám, mint Krisztushoz hajdanában, ember, fia, imádj engem és kívánj valamit. Sokáig gondolkoztam fölötte, mert réges-régen táplálgattam a szívem mélyén már egy vakmerő büszke vágyat, így feleltem a sátánnak. Algas rám, sátán, én már sokat hallottam a gondviselésről, de sohasem láttam még megnyilatkozni a valóságban, úgyhogy nem is hiszek benne többé. Ezért hát én magam akarok a gondviselés lenni, mert nincs a világon szebb, nagyobb és fölségesebb hivatás, mint jutalmazni és büntetni. A sátán lehorgasztotta a fejét és felsóhajtott. Csalódol, fiam, mondá, mert ha nem is látod a gondviselést, mégis fölötted van. Csak hogy szintén láthatatlan, mint az atya, maga az Isten. Ha megnyilatkozásaiban sem vetted észre, csupán azért van, mert titkos és kifürkészhetetlen utakon jár. Én nem tehetek érted egyebet, mint hogy eszközévé teszlek a gondviselésnek. Megalkottunk, és lehet, hogy lelkem üdvössége lesz az ár, hanem azért most is eladnám, ha még egyszer fölszólítana rá a sátán. Wilfor bámulattal elegyes megdöbbenéssel nézett Monte Vannak-e önnek rokonai grófúr? Nincsenek, uram. Egyedül állok a világon. Az baj. Miért? kérdezte Monte Cristo. Mert olyasmit láthatott volna, ami talán megtörte volna büszkeségét. És nem fél egyébtől csak a haláltól? Attól sem félek, csak annyit mondtam, hogy egyedül a halál tartóztathat föl. És az öregség? Küldetésemet betöltöm, mielőtt megvénülnék. És ha beleőrül? Egyszer már közel voltam hozzá, de ön, mint jogász ember, ismeri az axiómát. Non bis in idem. Ön van a halálon, öregségen és megőrülésen kívül még egyéb is, amitől retteket. Például a gutaütés. Ez a villámcsapás, amely nem roncsolja szét, de amely mégis semmivé teszi. Ön az marad, aki volt, és mégsem az többé. Ön, aki Arielként csak nem angyal már, tehetetlen tömeggé lesz, mint Kalibán, inkább állati, mint emberi életet folytatva, ezt nevezik egész közönségesen gutaütésnek. Ha már most esetleg kedve kerekednék én nálam folytatni egyszer ezt a társalgást, olyan ellenfélre találva bennem, aki fölfogja önt, de el van határozva meg is cáfolni, bátor leszek önnek bemutatni édesatyámat. Noartier de a francia forradalom retteget Jakobinusainak legvakmerőbbikét, ki nem járta ugyan be a föld minden birodalmát, hanem segített megdönteni egyik leghatalmasabbat. Ő is ember, mint ön, és szintén, ha nem is az Isten, hanem a legfőbb lény küldöttjének tartotta magát, és nem is a gondviselés, hanem a végzet eszközeként viseltetett. És lássa, uram, azt a hatalmas valakit egy parányi ér ketté pattanása tette semmivé, nem is egy nap, nem is egy óra, hanem egy másodperc alatt. Egyik napon a tős gyökeres Jakobinus, még szenátor, Kárbonáró volt, aki nevetve nézett a giotinra, szembe kacagott az ágyukkal és kinevette az alattomban működő tört, aki tréfára vette a forradalmat, és saktáblának nézte Franciaországot, amelyről parasznak, bástyának és királynénak pusztulnia kellett, hogy a király mottá legyen, ez a noártyé, ez a félelmetes ember. Másnap már csak a szánandó szegény noártyé volt, a magával tehetetlen aggastyán játékszere az egész ház leggyöngébb teremtésének, Valentánynak kis unokájának. Néma megdermedtetem, ki csak azért tengődik szenvedések nélkül még közöttünk, hogy az anyag minden rászkodtatás nélkül föloszolhassék benne. Az ilyen szomorú látvány sem a valóságban, sem gondolataimban nem idegen már előttem. Értek egy kisi az orvos tudományhoz is, és kartársaim példájára magam is kerestem már nem egyszer a lelket érő testben és a halottban. Ez is láthatatlan maradt eszméimnek, mint a gondviselés, hanem a szívem mégiscsak föl tudja fogni. Szokratész, Szeneka, Szent Ágoston és Gallóta versben, prózában százan is bizonyították már, amit most ön bizonyít. Magam is belátom, hogy egy szeretett apa szenvedései mélyen megrendíthetik a fiú gondolatait. El minden esetre el fogok menni, uram, és talán meggyarapszom az alázatosságban, amikor személyi mellé tárul majd az a látvány, amely gázba borította az ön családját. Ha, mélységes gyászba borította volna, ha maga az Isten nem adott volna vigasztalásul helyette mást. E sír fölé ván megtört aggastjánnal szemben két viruló élet mosolyog, Valentine, René de Semmerán kisasszonyjal való házasságomból származott leányom, és Eduard egyetlen fiam, kinek ön mentette meg az életét. És mit következtető abból, hogy a veszteség kárpotolva van? Azt következtetem, uram, hogy szenvedélyektől elvakított atyám oly bűnöket követett el, amelyek elkerülik ugyan az emberi igazság de Isten ítélő széke előtt elnyerik a méltó bűnhődést, és mindenek fölött azt következtettem belőle, hogy Isten csak a valódi bűnöst akarta lesújtani, azért büntette meg egyedül őt. Mondta Krisztónak csupa mosoly volt az arca, hanem a lelke mélyén fölébredt egy írtózatos ordító szózat, Amitől futva futott volna vilforha ha meghalhatta volna. Az ügyész beszélgetés közben fölállt és már búcsúzóban mondta: A nagyra becsülés érzelmével távozom el öntől, és remélem, hogy jobban megismerkedve ön is megbarátkozik velem, mert azt hiszem, magam sem vagyok mindennapi ember. Ami nőmet illeti, örökké hálás barátnőjévé tette. A gróf meghajlással üdvözölte és elégnek tartotta, ha csupán az ajtói kíséri vendégét ki lesietett kocsiához, aminek ajtaja mellett két lakája tiszteleteljesen várta. Alig tette ki a lábát a királyi ügyész, Monte Cristo úgy sóhajtott fel, mintha litérc nyomástól szabadult volna meg. Keserű méreg volt, ellen mérget neki, és megcsendítette kis érc harangját. Most átmegyek az úrnőhöz, mondta Alinak, hanem egy fél óra múlva útra készen várjon lent a kocsi.